Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Drága bajaiak, itt vagyunk a Szentháromság téren. A gyerekek, van egy kis baj, 4-9, és még nem jött rétes. Ez bizonyám. Nem, ez tarthatatlan ez az állapot. És mi pedig van? Annyira emlékszünk a tavalyira, most még én kértem ugye egy kis sósat is, tehát hogy legyen kis káposztás. Állítólag valaki azt mondta, hogy itt voltak a csajok, és megígérték, hogy hozzák. Aztán bezáradt őket a névig. Rá egy órára már zárva voltak, igen. Ne elfértek a bajai, és nagyon helyesek a bajai, és tényleg rengeteg mindent kaptunk már. Nagyon aranyosak, köszönjük szépen. Van, 7-kor nyitott. Gyerekek, én borral megvagyok szerintem a következő 4 évre. Megiszottál ezt egy hét alatt? Persze, most komolyan mindenki. Napról napra nő a kapacitás. Felbúzdulva néhány bulvárcikkel, hogy Balázs valójában tényleg alkoholista bort hoz nekem, nagyon köszönjük, de a péksüteményektől kezdve rengeteg mindent kapunk, sütiket, köszönjük, nagyon drágák vagytok. Közös könyvünk esztesivel esetleg? Ez a baj, igen, az ember bármi humorizál a rádióból, utána ebből már egy ekkora ügy lesz. De nem. Hát az önirónia, mi ugyanúgy élünk, röhögünk akkor magunkon is. Így van, meg ráadásul és azért egy pohár bort azért már, mégis csak 4-9 van. Azok csapkodják a legjobban az asztalt mindig az irónia miatt, meg a viccesnek szánt, meg egyébként én azt gondolom, hogy vicces beszólások miatt is, akik a legnagyobb drukkerei a különböző amerikai talkshow-knak, meg mindenféle olyan műsoroknak, ahol keresztre feszítik a vendégeket, és szanaszéjel cinkelik, savazzák őket, de hogyha velük teszik ugyanezt a magyar közéletben, akkor rettenetesen meg vannak sértődve. Én bírom nekem nincs, de ne írjátok meg többet, mert perelek, jó? M7-es Budapest irányába, pályazár van Siófoknál. Mondom is, hogy miért, mert Ádám elküldte. Siófoki kihajtó után kamion pót az oldalára dőlve. Már készülnek felállítani, igen. Útzár várható, ez még 8 előtt jött, azóta már meg is történt, tehát az M7-esen Siófoknál Pest felé pályazár van. Fertőszent Miklósnál van egy baleset, a Csíkos csárdánál Bálint Neymar küldte nekünk. Bálint Neymar. Hatos úton Kulcsnál, a Bartás körforgalom előtt 2 kutya járkál az úton, vigyázzon mindenki. Vörösvár üröm 1 óra, azaz 4 km/h. 4 kilométer, gyerekek, 1 óra alatt. Atya úristen, Európa 2016. Dani azt írta. Ja nem, Dani, veled kezdjünk, NFÜ-t egyenként vadászunk, legyen. A Soproni határ csúnyán beállt, Ajda küldte nekünk, M0-ás 62-es kilométernél Vác felé relobbant autó áll a leállósába. Na mi van, nem akar elvinni senki autózni? Hála a jó Istennek! Hello! Szia, te vagy a? A Dia. Dia, és hova mennénk? Egy kört itt a városban. Egyébként ez nem rossz, itt megyünk egy karikát a tér körül, Diával. Hát itt ez bátor. Gondolatok, hogy az én főnököm ma azért engedett el, mert itt vagytok. És Szabin. De drága ember. És Szabin is vagy? Bárkokodik cukrászizem, igen. És már egész napra kivettél egy Szabin. Te mondtad, hogy ma jövünk, igen. Itt lesz a morning show, és te Szabira mész. Így van. De helyes vagy, hát köszönjük szépen. Cuki a főnök egyébként? Igen. Jó főnök? Igen, nagyon cuki. Nem is kellett győzködni, hogy hagyj gyere ki most ide, megengedte, hogy legyél Szabin. Nem, és cukrász műhely? Igen, Bácsbokodon. Bácsbokodon, akkor csókoltatjuk, mondd meg neki, jó? Jó, én is innen üzenem nekik. Ráadásul örülök, hogy nem kell oda elmenni. Hogy Bácsbokodra. Oda vigyelek Bácsbokodra? Igen, 25 kilométer. Sincs, hogy megjárjuk a kiváló Suzuki-val. Igen, be tudsz állni a benyámba. Akkor egy ilyen városnézőkör, kicsit itt a Szentháromság tér körül valamerre, Ferivel. De te ismered Baját? Tehát te tudsz navigálni, meg mond... Nagyjából, igen. Ugye tegnap Feri elment, soha nem jött vissza. Van a Susnyásból szedték ki Kaposvár határában. Mondjuk maradtam volna a lányokkal, de... Tényleg 2 csajjal mentél. Igen. Nagyon rendesek. De te kitöltötted a lapocskát. Igen, nem adtam oda. És akkor jöjjünk vissza, tehát te itt akarsz lenni 10-ben. Igen. Nagyon jó. Oké. Okay. Szeretnéd az autót? Szeretnéd az autót? Igen, szeretném. Igen, nincs autó a családban? De van, de... De jó lenne egy. Csere. Tehát lecserélni. Aha. És te mit csinálsz a cukrász üzemet? Cukrászként dolgozol? Igen. Aha. Már 14 éve. Azt a mindenségit neki. Hát akkor rutinos. Nem hisztál el. Nem. Mindig jó, tudom, hogy nem ez ilyen sztereotíp, hogy akkor sok cukor meg állandóan esztek, de nyilván nem így van. Minden nap egyszer a süti. Kérdezd a Janit, igazi profi. Ez konkrétan kinyitja a szemét, és addigra benne van 2 szelet. Tehát, hogy egy szeletet, mint mennyiség, meg se érzi. Na, oké, jól van. Egy nagyon helyes dolgot találtunk az interneten. És egy gyerekforikai fotó rólad esetleg? Amikor még aranyos volt. Azt helyesnek nem mondanám semmiféleképpen. Csernus féle horoszkóp leplezetlen őszinteséggel. Hát ez most őrült sláger egyébként mindenhol. Csernus féle horoszkóp, ami arról szól, hogy
minden csillagjegyre írt Csernus, ugye, hát vagy most képzeljük el, hogy ő írta, egy rövid kis jellemzést, egy horoszkópot, hogy milyen hetünk, milyen napunk, milyen évünk lesz, milyen éve lesz a vízöntőnek, a bikának, a ráknak, és így tovább. Nagyon-nagyon helyes kis írások, nagyon barátságosan, és tényleg olyan Csernus stílusban születtek. Ilyen kendőzetlen őszintességű? Kendőzetlen őszintességű, igen. Ti még elolvassátok ezt, ha látjátok egyébként? A horoszkópot? Hát ilyen TV újságban, vagy ilyen női magazinokban. Én már mindenbe belekapaszkodom. Igen, úgy így tudunk el otthonról. Kinek írta meg először a horoszkópja, hogy novembertől változás várható? Nem volt ilyen? Simicska Lajosi. Mikor te mehetti? Május, ugye? Május. Gyönyörű bikák vagyunk mindketten. Május bika, nem volt TV újság, elolvasás, horoszkóp, nem soha semmi. Nem hogy készüljön a sötét november. Megint a sajátomat nem találtam, mert Feri bika, én boci. Ki az, aki olvas horoszkópot, aki még hisz benne egy kicsit, csajok, pasik, akik úgy gondolják, hogy ebben lehet valami? Nem meglepő, a hölgyek vannak többségben. Igen, itt mellette egy szemüveges hölgy jelentkezik, balra neked, Feri, ő fiú. Így van. Ő már ő látja, aki ezzel indultál. Hello, hogy hívnál? Kati. Kati, olvasod a horoszkópot? Hát idő, el szoktam olvasni. Nem azt mondom, hogy teljes mértékben hiszek benne, de el szoktam olvasni. És befolyásol? Tehát másképp indulsz el reggel? Azt mondja, hogy a horoszkóp, hogy ma szerencsétlen napra számíthatnak. Nem. Akkor minek olvasod? Csak úgy, szórakozásból. És be szokott jönni? Egyébként működik? Hát vannak dolgok, ami időnként. Mi a csillagjegyed? Mi a csillagjegyed? Skorpió. Húha! Veled se könnyű. Hát nem. Megnézzük, hogy Csernus Imre mit mond erről. Igen. Hogy milyen stílusban mondja, hogy milyen, mi várhatunk. Légy szíves. Zsepit vegyél elő, mert sírni fogsz. Sípolt ki majd a büntethető részeket. Kendőzetlen őszinteség jellemzi a Csernus féle horoszkópot. Súnyi ravasz vagy, és cseppet sem megbízható. Hát a megbízható mutatkoznék, mert szerintem az vagyok. A csúcsot azért ezért fogod elérni, mert egy gram erkölcs nem sok, annyi nem szorult belé. A legmocskosabb rohadék vagy az egész zodiákusban. Igen. A munka... A kolléganő mit mondod? Hogy röhögnek a csajok, magyar? Tényleg az? Nem. Most már nem, mi a mikrofon már nem? Ezek után mit fogunk mondani a többieknek? Hála az égnek, a legtöbb skorpiót idejében kinyírják, érte Sános Imret a skorpióról. Oké, mondtuk, hogy nagyon barátságos lesz, ez most óriás is lájkel az interneten. Kollégina, milyen jegyű szőkében? Ikrek. Ikrek. És tök jó, milyen kis lelkesen mondja. Ezek után én is kíváncsi vagyok magamra. Adalázzanak meg engem is. Igen. Ikrek. Az ikrek az azt mondja, hogy... Igen, május 21, június 21. Jól írta Csernus? Igen. Jól írta. Uh-huh. Jó eszű és intelligens vagy. Ezt köszönöm írja. Szépen. Téged azért szeret sok embert, mert biszex vagy. Volt már kalandod? Nem. És akarsz? Nem. Igen, hajlamos vagy rá, hogy túl sokat várj vissza a szinte semmiért. Az étteremben hagyott borravalód úgy néz ki, mintha eltévesztetted volna a tizedes vesző. Igen, egy olcsó János fattyú vagy, írja. Olcsó János fattyú. Egy olcsó János fattyú vagy. Az ikrek megrögzötten dögönyöznek a vérfertőzés mocskos tócsáiban. Oh! De már egy vérfertőző. Lehet, gyerekek. Ezt írja a Csernus horoszkóp. Milyen? Hát ez szörnyű. Ha ilyenek lenni valójában... Szörnyű, de minden szava igaz. Ez lett volna jó válasz. Nem igaz. Na, ki az, aki még hisz a horoszkóban? Egy fiú, te voltál, aki hisz benne. Egy fiúnak olvassunk már. Mi a jegyed? Ikrek vagyok. Senkit nem érdekel. Ikrek, hát az volt. Ott egy lány egy kék kabátban jelentkezett. Kicsit előre, kicsit jobbra. Ott jobbra melletted. Ott egy kék kabát. Kék? Te vagy a kék. Hello, mi a horoszkópod? Rák. Te is rák vagy? Miért? Te is? Én is. Ez jelenthet valamit kettőtök között? Hát úgy ennek csak, hogy megörültem, hogy nem egyedül vagyok rá. Mondom, nézzük a rákot. Azt mondja, júni 22-től júli 22-ig. Várjál, akkor én olvasom fel. Jó, olvasd föl nekem a rákot. Hajrá! Remélem, jó lesz. Ott van. No, nézzük, mit ír Csernus Imre Csernusos horoszkópban a rákról. Hogy szól? Te büdös öntelt fére. Ja, ez nem ennél. Tudtál, ez nincs benne, te szemét elolvastam. Együttérző és megértő vagy mások problémáival. Ez a ugye? Hogy hívnak, mi a kereszt neve? Melinda. Ezt rólunk írták. Együttérző vagy másokkal leszélve. Hogy hívnak? Ja, ezt rólunk írták, Melinda. Ezek mi vagyunk. És ettől igazi balfék palimadár. Csak halasztgatod a dolgokat, ezért mindig is csak segélyeken fogsz tengődni. Ezt kiről szól? A novemberemről. És szart sem ér az életed.
Tényleg? Szart sem ér az élet. Nagyon, ilyen, nagyon barátságos. Így van. Ez még igaz? Csak. És az utolsó záró, kis félmondatocska, csak rákok vannak a dutyikban. Melinda, te mivel foglalkozol egyébként? Most eladó vagyok, bolti eladó. És most lehet volna, hogyha azt mondod, hogy a büntetés végrehajtásban van. Egyébként igen. Szabit vettél ma ki, te is? Most 2 órára ellógtam. Ellógtál? Igen, csak nem találom a hostess lányt, akitől lehetne egy regisztrációs lapot. Ott vannak hátul. Itt oldalt, igen. A kis kerítésünk. De várj, és mit mondtál a munkájára, hogy hol vagy? Semmit, megfordította a táblát, zárva is eljött. Bezártad a boltot tényleg? Most helyettesítenek. Komolyan? Uh-huh. Főnök tudja? Nem. És mi van kiírva tényleg műszaki okokból zárva? Nem, mondom, helyettesítik. Pisilni mentem. Helyettesítik. Lesz át valami rokon? Nem, az egyik kollégám. De nem lesz baj, hogy te most ezt egy előadásról elmondod? Nem lesz. Nem, van, de nem tudja. De nagyon lehet. Szereti a Klassz FM-et, mindig titeket hallgat, de szerintem nem fogja megtudni. Van egy nagyon kedves hajléktalan sarka, megkértem, hogy álljon Baldike. Persze, kicsi szívem, válasszál, én is szerettem őket. Milyen volt ez egyébként? Tessék. Milyen volt? Mit árultam? Ez egy trafik most. Egy trafik. Úgyhogy pontosítsunk még te, persze. Igen. Jó, nem kérdezek többet, igen. Melinda, trafik, és így a főnök ráncolja a szemölőkre, ez nagyon ismerős nekem. Oké, jól van, ki az, aki mondjuk oroszlán? Uh-huh. Itt áll mellette. Szia! Hello! Hogy hívnak? Bianca. Bianca. Honnan jöttél hozzánk, Bianca? Bátmanostorról. Mennyi az innen? 10 kilométer délre. És nem kéne most valahol ott lenned inkább, mint itt? Nem. A piacon vagyok édesanyámmal. Tényleg? Mit árultok? Paprikát hoztam nektek egy. Chili! Jó! Mama, piacon te meg itt. Szörnyen erős chili, szörnyen tűnnek. Saját termesztés? Igen. De aranyos vagy, de kényes vagy, köszönjük. Ilyen válogatás a világ legerősebb paprikájából, ilyen saját termesztés. Hát közülünk csak talán... De aranyos vagy. Cuki akkor vagy. Nem adom vissza, köszönjük szépen. Na, közülünk János köszönjük. Szereti a legjobban. Hogyha szeretnétek majd így a műsor végén, vége felé ajánlanám, mert lehet, hogy sírni fogtok. Tényleg? Igen. Pusztult már bele valaki? Nem, de közel voltak hozzá. Piacon soha nem akarják elhinni, hogy ez tényleg erős, megtörjük nekik, megnyolják, a te bírom az erőset, és akkor... De jól hozott, ezt tök jól hoztad. És egyébként a tejforgalmat azt így élénkítjük ezzel, mert utána mindenki rohan a tejeshez, hogy atya, egy literre. Igen, mert vizet nem szabad inni, mert csak főleg. Igen, csak mondom, hogy egyetlen egy dolog, a kapszaicint egyetlen egy dolog hatástalanítja az alkohol, úgyhogy te védve vagy. Ne neked, akkor megint tényleg ki ebből. Igen, és ez a Scoville skála hányas, azt tudjuk? Hát olyan 1,5 és 2 millió. Sú. Aja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 j egy verseny, műsor végén? Egy falat, egy-egy falat. Nem bockodjunk. Hát mondjuk tej az van végén. Hozzá, nem? Műsor közben. Jó. Egy kicsit a tehénből. Abból nem kérnék. Aki veszít, kőpapírólóval eszik. Jó? Oké. Mi volt? Oroszlán voltál? Igen. Oroszlán. Azt mondja, úgy gondolod, hogy született vezető vagy. A többiek úgy gondolják, egy idióta vagy. A legtöbb oroszlán erőszakos kötekedő, írja a Csernus. Ez nem így van. Nem vagytok azok, nem? Talán. Tehát igen. Hiú vagy, és nem bírod elviselni az őszinte kritikát, az arroganciát pedig vérforraló. Az oroszlánok tolvaj pecérek, pont pecérek. Akik jobban szeretik a maszturbálást az igazi szexnél. Mesélj el? Léci mond, hogy is. Nem kell rá válaszolni. Nem kell rá válaszolni. Ki az, aki még szűz? Igen. Ennyi évesen, drágám, hát... Köszönjük a paprikát, puszi neked. Nagyon drága vagy. Nagyon drága vagy. Hello! Ennyien vagytok még szűzek? Akkor beletadunk egy hosszabb zenét. Hogy hívnak? Hello! Szilvinek hívna. Szilvi, honnan jöttél hozzánk? Bajáról. Hát akkor neked ez egy rövid séta. Hány kilométer? Igen, hány kilométer innen baja. Mivel foglalkozol, Szilvi? Suliba járok, de mellette hétvégente dolgozok. Mit dolgozol? Pincérnő vagyok a Dávodon, a Hotel Fort. Azaz. Vagy egy hotelban. Lelkes pincérnő vagy? Jó munkanő vagy? Igen. Hogyha nem vagy még külföldön? Még suliba járok, még van még egy évem. Utána mész majd mi? Igen. Utána azonnal dobbantok. Igen. Na, megnézzük még a szüzet. Na, szóval pihenjünk kicsit. Nézzük. Nem a szüzet, még nézzük meg. Legyünk könyörtelenek. Te vagy a logikus típus, aki utálja a rendezetlenséget. Akadékoskodó szarevőséget kiborítja a barátaidat. Egy leírtam. Teljesen primitív szarevő. Atya úristen, ez csak sérteget. Hideg vagy, nincsenek érzelmeid, és gyakran elalszol szex közben. Az úgy jó. Volt már-e precedens? Dehogy is. Nem én kérdeztem, a János kérdezte. Azt mondja, hogy ki az, aki elalszik? Hát ez azért nem értem. Hát nem alszanak el az emberek szex közben. Én persze. Igen, bal kezemben a rozéval. Így van. Balbimbód már meg volt kicsi. A szüzekből jó
jók politikusok és kerítők lesznek, írja még egyébként a Csernus. Ezt én is hallottam, hogy csajok hajlamosak elaludni, de hát akkor az rólunk egyfajta bizonyítvány, ha a csaj közben elalszik, nem? Á, rólad, maximum. Nem magamról beszélek, de hogy azért az egyfajta bizonyítvány. Na jó van, egyet még nézzünk meg, egy utolsót. Mit szeretnél? Mérleget. Mérleg. A pasid mérleg? Nem, én vagyok. Ja, te vagy mérleg. Akkor te októberi vagy. Így van, most lesz a szülinapom a 30. Na, mehet igen? Tovább. És ez még fontos. Nem érzik a azt mondja, várj, megkeresem a mérleget. Szoktál horoszkópot olvasgatni egyébként? Persze. Igen. Hiszel benne? Hiszek. Amikor jót ír. Egyébként az ember hajlamos, amikor jót ír, akkor hiszel benne, igen, amikor nem, akkor viszont elutasítod. Azt mondja, hogy várjál, nem találom a mérleget. Nincsen mérleg. Nem szereti. A Csernus annyira gyűlöli a mérlegeket, itt hogy van. Róluk nem is írt. Igen. Te vagy ez a művész típus, aki nem tud megbirkózni a valósággal. Uha. Igaz ez? Hát nem tudom. Hát ha férfi vagy, meg tudok birkózni. Ha férfi vagy, szinte biztos, hogy meleg vagy. Esélyed egy jó álláshoz, vagy a meggazdagodáshoz valahol a 0 és a mínusz 5 millió között van. Milyen önbizalom teljes. Minden mérleg nemi betegségben pusztul el. Jézusom. Már van egy csomó jó gyógyszer. Hát ennyit a Csernus horoszkópról. Fújjunk egyet szerintem. Fújjunk egyet, nem? Nem is ne vegye magára, hát ez egy ilyen vicces interneten felelhető íromány, ne tessék magatokra venni, de ez a Csernus féle horoszkóp. Nagyon szórakoztató egyébként. Minden mérleg nemi betegségben pusztul. Fél 90 pontosan küldjétek a Suzuki szócskát, ha szeretnétek, hogy holnap kisorsoljunk benneteket. Jó, mert hogy holnap választunk az SMS-be küldők közül, ugye? Pénteken pedig 6 órakor találka a Batthyány téren, ami fontos, hogy 100-150 ember tud felszállni a hajóra, illetve bevállalósabbak még fölülre, ahol hideg van. Addig, amíg a hajó meg nem telik, úgyhogy aki korán jön, az be tud szállni. Aki kicsit később, már az is lehet, hogy 6 előtt annyian lesznek ott, hogy már ha 6-ra jöttök, se tudtok beszállni. Úgyhogy hát tessék, nem tudom, bízni a szerencsében, odajönni és beszállni velünk. Pénteken Batthyány tér reggel 6 óra. Onnan indulunk, aztán kiszállunk majd egy-két helyszínen, illetve pontosabban megállunk, ugye többek között visszamegyünk a Batyira. Kakilni. Így van. És a március 15-e téren is megállunk, majd mindig mondjuk, hogy hol vagyunk. Igen. Aki ott le akar szállni, leszállhat, aki pedig be akar szállni, az a leszállók függvényében be tud szállni, de hát itt kész tényként azért ezt ne vegye senki. Hát annyira meg lesz mindenki fagyva a felső szinten, hogy senki nem akar beleszállni. Hogy majd így matrózok, így egy lábuknál kezüknél fog, dobják a partra ők. Persze. Nem, a fönti rész az nyitott, tehát oda a nagy kabátba gyertek, oda a bevállalós hallgatók ellenek. Dunán hideg van, így van, főleg a víz fölött. Igen, de hát ezért mondtad, hogy a Dunán. Igen. De most már mennünk kell, mert a szerkesztőnk integet, hogy a Csernus csörgött. Igen. Nyilván semmi köze nincsen. Ki akar-e még egészíteni a horoszkópját? 3-9 múlt, pontosan 2 perccel. Steppelt a tehenünk, láttad? Melyik? Itt állt. A mizostén táncolt. Beállt a kör közepére, és mint a Randy MC It's Like That című klipjébe, megbolondította a tömeget. Az egy műanyag tehén, megint meg vagy szívva? Ja, akkor megint túl sok rozét ittem. Nem, van egy élő tehenünk már, úgy értem, hogy két lábon járó tehenünk egyébként. Nagyon-nagyon-nagyon táncolt itt az előbb. Na, Feri, de elrabolták? Elrabolták, miközben egyébként megérkezett a rétesünk. Na, nagyon cukik, rávetettük magunkat, nagyon szépen köszönjük. Mind a ketten ugyanezt tettük, illetve én mondjuk hajszál hiány ugyanazt tettem, mint Balázs. Jó, hát néha van ez az bennem, az emberi megtalál, igen. Témánk, mi volt a legdurvább dolog, amit ételben találtál? Jobb, mint ha egy pecsőt gyilvakat volna rá az egyik nagy rágódra. Nagyon finom, figyelj, nagyon helyesek a csajok, hoztak mindenfélét, úgyhogy hát igen. Híres ez itt igazából a Bajai Rétes, és már ti voltatok, akik 2 éve is hoztatok nekünk? 2 éve? Cukik vagytok, nagyon szépen köszönjük. Nagyon drágák vagytok, annyi van csak, hogy még mi később dedikálni fogunk, és ne kérjetek olyan fotót, amin mosolygom. Jó, mert betoltam 2 mákos. Úgy érzem, egy fogkefe az most a legjobb barátom lehet. Na, mi van Ferencünkkel? Elrabolták innen a Szent Háromság térről, mert hogy Feri ugye minden nap munkába visz valakit. Viszont úgy hallottam, hogy ma nem Feri vezet. Tehát egészen belemelegedett ebbe a rovatba. Már csak ül az anyós ülésen. Nem is fér el az anyós ülésem. Hát lefektette az ülést hátra. Hogy ne lógjon ki a feje a szélén. Ez neki nagyon fura helyzet lehet. Hogy nem ő vezet? Igen, ő ez a domináns típus. Igen. Szerintem igen. Jó, itt nem. De máshol igen. Halló, Feri! Na mi a helyzet, gyerekek? Hazva, hogy én vezetek! Te vezetsz is mégis? Nincs jogosítvány a diának. Hát ugye így jártunk. Tudod.
Ja, mert azt az infót kaptam, hogy diavezet, és te ülsz az anyósülésen, és mutatod, hogy merre kell menni. Nem, sajnos nem, mert nem, nincs neki jogsia, viszont képzeljétek el, elindítottuk a Klassz FM Facebookján az élő közvetítést, úgynevezett live, állítólag ez azt jelenti, és elkezdtek a pasik udvarolni a diának, pedig be is mondtuk nekik, hogy ne udvaroljanak, mert nagyon erős férje van, és a dia teljesen kész van ettől, hogy ez milyen jó dolog, és kiderül, hogy az ő pasija soha nem mond szépeket neki. Hát férfi az ilyen? Kérdem én. Nem mond szépeket? Nem dicséri? Hát nem, ez nagy, ez nem, nagy. Nem. Ez nagy baj. Mióta vagytok együtt? 8 éve. Hát akkor értem. Aha, hát tartalékol. A következő 8-ra. Igen. Oké, merre megyünk. Ugyan, ez a pasi természetesnek veszi, pedig azért ezt a nők szeretik. Merre vagytok most, Feri? Itt köröztök a kör? Hát itt vagyunk előttetek, figyeljetek, hintegetünk. Aki nézel szembe, Jani jó felé nézel. Igen, ott vagytok. Komolyan, itt köröztök körbe a téren? Ott nézd egy kicsit jobbra, jobbra magadnak, jobbra, itt a megyünk. Közepé, a kereszteződésre. Azok vagytok ti? Hé, ott vagy! Te jó! Ez elég nyomorúságos, mint egy dodge-ember lenni. Mi az, hogy nyomorúságos? Már egy nagy kört mentünk. Nyomorúságos vagy te! Most szóltam be egyébként egy nagy autósnak, úgyhogy majd megkapod te is. Mert keménykedsz, az megint lepofoznak, mint a múltkor a Szalkámán téren, mikor keménykedtek, kiszálltak, leborítottak előtt, visszaültél, azt nem kell azon. Emlékszem. Igen, de utána meghívtam őket egy italra, és azóta barátok vagyunk. Igen, emlékszem, hogy perget rajtad, hogy megyünk a látom, hogy a körre álltak és lebrújjál. Jó, nem tudunk visszajönni, sajnos, lemegyünk a Petőfi szigetre. Egy kicsit rossz. Nehogy aztán valami kizekedés legyen ott ebből, mert nagyon elindultatok egy lakatlanabb területre, nehogy aztán ott valami csúnya dolog történjen azon a szigeten. Nincs térerő, gyere, bébi! Na, mi van? Te nem tudod, hogy mekkora darab pasia van, majd megérkezik ide a Szentháromság térre. Hogy vezet a Feri egyébként? Jó? Jó sofőr? Nagyon jól vezet, igen. Kényelmes az autó, még nem értem magam veszélybe. Még egy ajándékcsomagot adok. Hogy vezetek? Nagyon királyul. Jó van. Jó van, akkor hozd vissza valamikor a Ferit azért, jó? Már megyünk kicsit, megfordulunk a kalandparknál, meg a csárdánál, és akkor visszamegyünk, jó? Fölmenne. Lefölt, igen, én miért? Azért hova menjek? Hát most, ha nem tudom hazavinni, érted, az messze van. De ez a rovat a kedvencem. Tegnap elrabolnak, nem találsz vissza, ma lefölt mentek itt a Szentháromság téren, tök jó. De én ezt imádom, nagyon beteg. Kötött pályás autókázás a Mornisomban. Igen, minden Ferit rabold el. Igen, csak aztán ad vissza. Jó, elrabolj, kivegyünk, hozzunk egy sütit. Jó van, puszi nektek, gyertek, csáó. Igyekszünk. Csáó, hello, hello, hello. Csacsogos típus. Igen. És ugye a Feri később indult, és már jött hozzám, hogy nagyon nem viszel a Feri. Tehát nagyon, nagyon nagy. Lehet, hogy a barátja azért nem dicsérte eddig, mert nem jutott a szóhoz mellette, nem? Az elmúlt 8 évben. Nem mindegyik nő mellett könnyű egyébként, igen. Igen. Na megmutatjuk, hogy mi a beugró hármasugrásra? Szerintem ne. Ja, de hát nem keresem, mert ki az, aki játszana hármasugrást? Így van. Nektek mondom, már megvan a játékos. Nem. Választunk. Jó, választunk még egy játékos, mert hogy lesz hármasugrás játékunk is, és... De most nem kell beugrót mutatnunk, hiszen a helyszínről választunk játékot. Teljesen egyértelmű, az, amit mondasz, az úgy is van. Így van. Gyorsan egy mondat még ugye a pénteki kitelepülésünkről. Mondom a bajaiknak, hogy aki nem regisztrált még az autóért, az regisztráljon. Ott az autó. Ő az. Igen. Épp most készülnek feltörni. Szóval ott áll az autó. Kanyonbarna. Kanyonbarna, így van. Egy Suzuki S-Cross, ezt lehet megnyerni. Valakit ma kiválasztunk, aki jön velünk Pestre, olyanok regisztráljanak, akik majd tudnak jönni Pestre pénteken. Jó? És pénteken ott lesz az 5 napi nyertes, plusz ugye akik SMS küldtek, tehát 6 ember közül dől el, hogy kikapja meg az autót. Először itt kell győzedelmeskedni, most itt ugye Baján, majd pedig pénteken kell, hogy azt a sluszkulcsot kapjátok meg, ami nyitja az autót. 6 órakor indulunk, drága hallgatók, Batthyány tér, ez a helyszín. Batthyány. Így van, március 15-e téren állunk majd meg, tehát megyünk a Batthyány és a március 15-e tér között, meg hát amerre kedvünk van a Dunán. És 6 órától érkezési sorrendben lehet majd beszállni a hajóra. Ez egész biztos. Körülbelül 100-150 ember túl, tehát így számoljatok, illetve föl még van hely, de ott baromi ideg van. Hozzatok kabátot, ha nektek jó fönt. És nem fáztok. A március 15-e téren pedig megállunk, ott a hányan kiszállnak, annyian tudnak beszállni. De lehet jönni integetni is. Jó? Ott lesz majd az autó a hajón, ott leszünk mi is, lejátszuk még a játékokat, és aztán valamikor sorsolunk. Tökéletes. Ez egy nagyon jó kis program. Én elmennék, hogyha nem lennék műsorvezető a Klassz FM-en. És hivatalból nem kéne ott lennem. Eljönnél erre a programra? Én rárepülnék minden Suzuki-ra. Jó, hát te még egyébként holnap úszni tanulsz, ne felejtsd el. Ja, tényleg. Az egri macska kövön? Az egri macska kövön neoprém ruhába úszni fogsz tanulni. Na. Meg kell, hogy tanítsunk egyébként. Igen, mit akartam? Viszont, hol van ez a zacskó csili, amiről beszéltünk, és
és úgy döntöttük, hogy kipróbáljuk. Egy face to face, egy ki-ki-csoda, egy arccal az arcnak verseny. Én abszolút szívesen eltekintek ettől. Tehát, hogy mert elmondta a lány, aki hozta, hogy ne nagyon játszunk vele. Nyusz. Jó, hát hogy ne dugjuk ide-oda, de hogy megehetjük. De nem, te bírod az erőset, tehát ez egy igazságtalan küzdelem lenne. Akkor ki kell hívni valakit a tömegből? Téged? Ne, veled? Na. János, aki egy ilyen szkóbiskálán, egy millió. Nem ér, mert itt valaki egy ilyen Mexikó felirató poncsóba áll. Egészen konkrétan. Napszöveg hatalmas szobér, és egy Mexikó poncsó. Ott azért érzek egy pici előnyt. Na, várját, meg kell kérdezni, hogy valóban hozzánk indult el, vagy még a 86-os VB lázában így. Igen. Te miért vagy Mexikó poncsóban? Hello, gyere egy picit ide, jó reggel, ciao. Hello. Szia, Palika vagy. Palika! Gyerekek, megvan a főnyelmi. Nagyon jó. Érzem, abszolút érzem. La Palika. La Palika? Igen, Mexikóból jöttem. Mi terhes vagy? Vagy mi van a... Tessék? Terhes vagyok. Úristen, ez egyre szürreális. Istenem. Annyira mindig kiszúrjuk a gyöngyszemeket. De miért? Juanitának az állása jobban fizetett, és inkább te hordod ki a gyereket? Igen. Mit csináltál Mexikóban? Hát, kicsit játszottam. Jézus Mária, én nem akarok többet. Jó, okay. Meg vagyunk. De igen, foci drukker vagy? Azért van a Mexikó mez? Vagy tessék? Igen. Kinek drukkolsz? Magyaroknak. Mexikó drukker vagy? Igen, kinek drukkolsz a magyaroknak? Ez megvan. Bírod az erőset? Már nem úgy, hogy nagy erős verés, vagy nem így adott paprikát. Választhat két szó közül az igen, meg a nem. Igen. Jó, lehet. Palikám, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Regisztráltál? Az nagyon fontos. Tessék, itt vagy, regisztráltál? Hol kell regisztrálni? A csajoktól kell, a hostess lányoktól kell kérni. Ott vannak a hostess lányok, tőlük kell kérni egy kis kártyát, töltsd ki. Jó? Van hátul tolmács is. Mexikó-magyar tolmácsot mindig hozunk magunkkal egyébként, igen. A jó kis mexikói VB, 1986, emlékszel, János? És azóta ebben a poncsóban? Azóta ebben vagy, tényleg 86 óta? Nagyon bólogat. Imádom. Itt a paprikád, János, csak mondom, hogy megérkezett közben. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Sokkal olcsóbb a tutti frutti, mint Pest. Mi a mádet vagy? Jó reggelt kívánunk. 6 óra múlt, 19 perccel. Hello, drága Egrék. Újra sokan vagyunk. Úristen, hello. De jó. Jön a fény, és akkor már láttuk benneteket. Itt ez a lámpa a bűnös egyébként. Ami szembe világít minket, amikor az ember egy színpadon ül. Na, így már jó. Jó, így már fenekemnek. Így már jó. Hát gyerekek, ez nem sokon múlt, mármint az érkezésem. Szóval... Ezért kell itt aludni. Hú, hát ne is mondd, igen. Majd elmeséljük, tudnék, hogy nekünk milyen szép napunk volt. Te is aludtál le? Persze, igen? Abszolút. Olyat kajáltunk a Janival, olyan helyeken járt. Én legalább gondoltok ő. Rám, vagy mondjátok azt, persze, hogy hú, Bali, de jó lenne, ha itt lennél. Nem, de azt hát mondjuk, hú, Bali, mekkora hülye vagy. Hú, Bali, te mekkora lúzer vagy. Én minden falatnál. Kocintatok egy rossz évvel az egészségemre? Nem, majd döntös évre. Sót nem kérek, hogy tele sírtam a tálat, hogy nem lehet itt a cimbim. Gyerekek, nincs annál rosszabb, mint amikor megszólás előtt 4 perces szembesülsz, hogy Gárdonyi Géza tér helyett Gárdonyi Géza utcát ütsz a GPS-ben. Hát. Szóval majd ugye számon kéred a GPS, hogy miért nem adja neked oda a Gárdonyi Géza teret, a rohadék meg nem ismeri. Szóval, hogy de komolyan kikérem ezt magamnak. Szóval, hogy akkor miért nem frissítik, vagy miért nem jelentkezik be a Gárdonyi Géza tér, hogy itt vagyok, új vagyok, vegyél föl kis GPS, érted? De amikor 3 perccel elmúlt 6 óra, és valahol fönt a hegyen a Gárdonyi Géza utcán egy fehér kerítés mellett egy ilyen félszemű kutya így néz rád. És azt mondja, hogy nem itt van a kitelepülés. Vagy, hát, vagy valami nem stimmel. Nyoma nincs legalábbis. És szép hely volt. Nagyon fönt, szép hely volt. Valahol a vasúti sín fölött fönt a hegyen, az a Gárdonyi Géza utca, amivel nem lett volna baj, mert beütöttük, hogy Gárdonyi Géza tér, és mondom, semmi baj, helyesbítünk, jövünk. De nem ismerte a Gárdonyi Géza teret. És akkor ott elkezdesz pánikolni, ez most akkor nem jó. És messzire úgy látod, az a kis sárga pont, az lesz, mi a mondom, kitelepülés. Tegetek nektek, és akkor valahogy itt egy ilyen becsatlakozó utcát ütöttünk be, és akkor úgy sikerült ide keveredni. Na, de meg vagy itt. Vagy meg itt, igen. Na, mi újság van? Minden oké? Okay? Minden oké, okay, minden oké. Okay. Hát ugye korábban pont egy Ferivel így köröztünk így a városban, hát köröztünk, mondjuk így célirányosan jöttünk, csak a GPS vitt minket mindenfelé, így végignézegettük a különböző helyszíneket, ahol már voltunk. Ugye legutóbb azt hiszem, hogy a Dobótéren voltunk, aztán elmentünk most amellett, a kis terecske mellett, ami abban a sarokban volt, vagy abban a ficagban. Emlékeztek, amikor egyszer egy kanyarba voltunk. Egy templom előtt van. Nagyon jó volt. Ott a Ferit lóra ültettük. Ki volt ott? Ki van olyan ős hallgató? Kettő, jó.
kicserélődött a hallgatottság. Vagy a hallgatottságunk. Tényleg már nem mertek, láttak engem, lovon nem mertek eljönni. Hát, valami lovas felvonulás volt, akkor őket fölültettünk. Vágta. Igen. Ja, őket igen. Hát akkor nem is felvonulás, a kedünket jöttek oda az üvegstúdióhoz. A vágtát promoztuk. Igen. És akkor fölültél a lóra. De szép volt, szegény ló. Ja, képzeld el, én ezt a testet lovon. Az ott a ló, azt rosszakat támadít. Igen, egy rehabilitációs intézet, nem próbáljuk újra lábra állítani. Bíz magadban, meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni, meg tudod csinálni, ráró. Igen, itt volt egy úriember, elrohant, nagyon finom dolgokat hozott nekünk, köszönjük szépen, nyilván egyenként Isten nem tudunk meg jó szokását. Más úriemberek is jöhetnek. Megköszönni, de ilyen gluténmentes, meg tejmentes cuccokat, nagyon jó. Nálunk sok az ilyen fajta érzékenységet családban. Tejmentes az a bor. A tejmentes a bor, igen. Egy kézzel egy ilyen kókusztejes, ilyen élőflórás cuccot hozott. Annyira finom egyébként, most, hogy rá is martam. Köszönjük szépen neki. A kosarat visszakérte. Ez kicsit fájt, mert nagyon szép kis fakosár volt. Igen, de köszönjük szépen. Az egyik kedves kollega megkérdezte, hogy meg látta, és azt mondta, hogy ezért, mit hozzá, csirkéket? Egyébként Balázsnak biztos ízlik a dolog, mert most kb. 6 perce mondja nekem folyamatosan a kókusztejes, gluténmentes, laktózmentes joggurtok, utána pedig folytatta itt a Málás, azt nem mondtam, létszik, nem most az intim szívem, amit korán reggel próbálj meg. Igen, legalább egy kis 30 centi távolságot tartani létszik. Milyen jó a tejmentes joghurt egyébként, meg hogy fejlesztették ki, mert ismerem magát a terméketnek, hogy ott csinálták. Na, hát akkor mit kell tudni a mai kitelepülésről? Egerben történt. Így van, Egerben vagyunk, ez fontos. Nagyon-nagyon fontos. Nem a Gárdonyi Géza utcában. Nem ott vagyunk. Nem a Gárdonyi Géza utcában. A téren vagyunk, és regisztrálni kell majd minden egrinek, jó? Regisztráltatok már? Még nem, mert a fagyhalál közeli állapotban vagytok. Jó, ezt megértem. Papírt még. Igen. Még nem osztottunk papírt, regisztrálni kell, húzunk ma is egy nyertest. És ha minden igaz, ma kisorsoljuk azt, aki küldött nekünk Suzuki szócskát. Úgyhogy ma több sorsolás is lesz. Ugye? Mert holnap viszont meg már hajózunk a Dunán. Bizonyám, a Batthyány téren fogunk beszállni majd. Bizony, Táltos katamaránba. Táltos. Hogy? Így hívják, Táltos. Ja, Táltosnak hívják. Táltosnak hívják a katamaránt, így van. És a Batthyány téről indulunk majd. Ha minden igaz, 6 órától van gyülekező, uh-huh. És érkezési sorrendben tudtok beszállni, úgyhogy hát tegnap is elmondtuk, hogy boxereket, viperákat, Gáspért otthonhagyni. Elképzelhető, hogy valaki nem fog beférni, tehát erre számítani kell. Fönt még egy nagyon durva 50-70 ember, akik bírják az extrém körülményeket, helyet kapnak. Ők lesznek azok, akik hát majd végig. Hát pufi-csekit hozzák, utazhatnak velünk, csak mi lent a zárt helyen, ők fönt a hidegben, de fölmegyünk majd hozzájuk. Nem baj, majd megcsákjázzuk a Schönbrunn egyet, ami éppen most jött a Bécsből. A kis nyugdíjas, német kis nyugdíjasokkal. Vannak egyébként itt budapestiek, ti azért jöttetek ma ide Egerbe, mert nem biztos, hogy fölfértek a hajóra? Én holnap dolgozom, reggel 6-tól, sajnos, és ezért jöttem ide, mert 3 tejallergiás gyerkőcöm van, és hajtok a hűtőre. Ó, ez igen. Opa, 3 tejallergia. De várjál, tejallergia, vagy laktóz? Ugye? A nagy az laktóz, a két kicsi az tejallergia. Tejfehérje, mert ugye vagy tejfehérje. Egy laktózos két tej, azért az élet az rendes volt. Nem bírom a normál tejet minden esetben, tehát hajtok többször inkább a laktózmentesre, és anyukám sem nagyon, tehát így a családban többen vagyunk az, igen, akik nem nagyon bírják már így a... Fölültél a vonatra, és azt mondom, elmegyek, nyerek tejet. Nem, kocsival jöttem, a tesón vezetett, ja. Én meg ja, asszisztáltam. Vonatta jön, és a hűtőt megnyeri, hogy viszi haza, érted? Ez is igaz. Balázs! Hova mész, anya? Megyek tejért. Kihez? A Balázsékhoz. Jó, oké, meglátjuk, jó? Hogy tudtok majd játékba kerülni. Tesónak az arcán láttad a felhőtlen örömet, amikor megkérted, hogy vigyél le Egerbe? Nem kellett kérni, mert magától jött. Jaj, de jó fejek vagytok. Szeretjük. A temető is. Tegye, amíg lehet. Így van. Így van. Szeress, amíg szerethetsz. Igen. Igen. Tegye és hallgassa, amíg lehet. Oké, okay, szóval, hogy ez lesz ma, jó? És hát nyilván helyi játékaink is lesznek. Ó, hol az autó? Van tőlünk, ott, ott az autó. Ott állnak. Ott hol? Emberünk velünk van, vagy... Akkor ez mi, ami itt van? Akik innen... Ja, itt is van. Ja, az is van. Ennyi autót kérdezem. Nem lehetett elhozni. Azért mondom, mert ott éppen valaki mászott be a csomagtartóban, mondom, az nem biztos a miénk. A kanyonok városon. Igen, itt minden olyan skrosszok állnak. Gyerekek, szívós a kis autó egyébként. Még igen, mindig bírja. 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 Igen, kicsi beszédhibás lesz, mikor visszaviszem szerintem. Tehát az alapjárat az ilyen 800 és 1200 között ugrál már. Aki megnyeri a kocsit, már most mondom neki, hogy nem ez az üzemszerű bejáratás, amivel a Balázs csinálja, tehát 180 néha, de nem nyilván, amikor Németországban van, csak ott megy annyi van. Amikor átlátogatunk Németországban. Visszafele bajáró teljesen kulturáltan közlekedtem. De mondom, szívós a kis járgány. Tehát, hogy bírja. Azt kívül, nem is egy 4-es, egy 6-os motorban menne, szóval döbbenet. Egy 4-es? Szerintem egy 4. Nagyon kis komoly jószág. Pöpec, igen. Mi is utaztunk, nem volt hosszú, egy 3 és fél órát jöttünk.
te figyelj. 3,5 órát jöttetek bejáról. Hát mert hogy Budapest, és akkor ugye M0-as, vagy M0-as. Jani bírt egy ilyen 50 kilométerig, akkor megálltunk tankolni, majd mondta, hogy akkor ő hátra megy, magára húzta a Farmer Jackie-t, és csak... Bockodtam. Úristen, de milyen papperesek voltak, vagy vagytok. Ott szúnyog át el egy nyomorult magzott pózban hátul. Vagyunk, én vezettem, igen. Ne szórakozz. Így Jézus Mária. De Feri, mint hogyha az útszélén talált volna, tudod, hogy bedobott így átső ülésre. Szegény, biztos beteg. Előkotortam a kis füldugómat, a fejemre húztam a kabátomat, és ott onnantól kezdve, nem is tudom, hogy mi volt a következő állomás, ahol felébredtünk valahol. Először Gyöngyös után ébredtem meg, akkor megállt egy dekszünetre, aztán pedig a következő állomás Meger volt. Inkor cumizol is egyébként? Persze, mert különben nem viszel a Feri. Tehát, hogy az van, hogy vagy pénz, vagy cumi. Így van, fizetni nem akart, úgyhogy előrehajolt. Vagy a benzinköltségbe szállok be, vagy érted, és akkor már tényleg inkább. Csak nem, spórolos vagy a gondolok, hogy vele egy gyereket is fel kell nevelni valamiből. Mondta Feri, mizó, lecumizol, és akkor... Nem kellett befejezni, csak annyit mondod, hogy mizó, és én már ugratom. Igen, tudod, Jani, mizó, igen, is már megyek is. Itt is vagyok, kicsi gazdám. Nézd, drága fuvar. És akkor délután pihenés, alvás, városnézés, vacsora, tényleg? De miért születtetek ti az életnapos oldalára? Komolyan mondom. Kell hova állni. Figyelj, hogy csináljátok ezt? Amikor megérkeztünk Egerbe, és fölriadt, ugye a szállásunk, csak mondom egyébként, hogy közvetlenül a vár aljában, de 5 méterre volt. Közelebb nem tudtam volna. Nem áll. Jani fölült, fölsikoltott, mondta, hogy meg vagyok, és már el is indult. Jó, mikor a baja is volt messze, konkrétan le kellett sétálnotok a szállodából a térre. Tehát, hát hogy... most ne haragudj ezért. Mondtam nekik, hogy nem tudok most sajnos a számlával bíbelődni, úgyhogy fizessék ki, és már ott se voltam. És így is történt egyébként. Jó, de ez megszokott dolog. Aztán én ugye mentem egy kört a városba, már gyönyörű Eger, tehát folyamatosan változik, folyamatosan szépül. Elmentem a kis minarethez, azt így mindig meg szoktuk látogatni, amikor erre fele vagyunk, aztán felmegyünk, annál is inkább, mert úgy tűnik, hogy ezt a minarethet annak idején egy akkora műezinnek építették, mint én vagyok. Tehát, hogy így pont elférnek a vállaim, pont magasságra is oké, tehát hogy én nem csodálkozik rajta, hogyha mondjuk egy ilyen magasabb ember, mondjuk egy 80-80 vagy 190 körül már beszorult volna, vagy lefelé, vagy fölfelé. És ilyen részlegesen lezárták volna miatt a műemléket. Viszonylag pici, viszonylag szűk. Én mondtam, hogy szerintem ez úgy, hogy gyerekkorában fölzavarták a csávót, ott fönt fölnőtt, és a végén, mikor meghalt, akkor csak leesett a toronyból. Ez a megoldás. Ez egy eredeti edzin volt, vagy egy műedzin? Nem, ez egy műedzin. Azért, eredeti edzinnel nagyon ritkán futok össze én is. Pesten láttam talán egyszer egy eredeti edzin. Általában Egerben műedzinek vannak, ahogy hallottam. Aztán fölmentem természetesen a várhoz, és mondjuk már zárásra érkeztem oda, de 6 óra felé már beználakott a múzeumok, viszont van egy nagyon jó kis szolgáltatás, mégpedig az, hogy van sétálójegy. Az azt jelenti, hogy este 10-ig fent lehetsz a várban, és ha megvárod ugye a besötétedést, akkor látod díszkivilágítva is a várat. És nekem ilyen fotósorozatom még nem volt Egerből, pont beszélgetünk a fura. Azt nem értem, hogy hiányzik a gyűjtemény. Mert ez új jegy, eddig nem volt ilyen. Naplementés, napfelkeltés, kecskével, szamára, lóban, daruról, alulról, tehát csoda, hogy ez még nem volt meg. Beszélgetünk, hogy egy nagyon kedves úriember volt a kapuban, és vele beszélgetve jutott eszem, hogy még van olyan egri fotósorozatom, amit fekete-fehér orvófilmre készítettem. És a papír képes, úgy szkeneltem be őket, aztán kerültek fel a számítógépre. Ezerszer voltam már, de mindig változik, egyre szépül. A szépről jut eszembe, hogy nagyon szép lett a Szép Bástya például. Úgyhogy, de az egész egyébként egy csoda. Tehát, hogy látszik, jó helyre. Látom a csillogást a szemedbe, biztos. Hogy mennyire sajnálod. Én mindig arra gondolok, hogy jó van, ezt is láttam. Ő elmondja egy magam elé képzés, és azt gondolom, hogy megvan. Tehát, hogy tulajdonképpen mi jó páros vagyunk. Időt. Ő elmegy, megnézi századszorra, én meg meghallgatom századszorra. Most mind a kettő szó a törökkertről, azt is felújították a török bástyával. Mind a ketten kulturálódunk, ő mesél, én szívom magamban a tudást, érted? Most folytatjuk tovább a virtuális kirándulásunkat. Fog meg a kezem, elcsétálunk a sineket. Vigyázz, emeld meg a kis lábadat. Jaj, jött egy kis... Vigyél a kazamatákba. Nem, most a kazamatákba nem. Átviszlek az Árkándi bástyának a romjaihoz. Vigyázz, egy kicsit gazos a terület még. Jaj, már fönn van rajta a tábla. Nem sokára ezt is felújítják új uniós pénzből. Valamikor voltam egyébként én a kazamatákba itt, és igen? Akkor igen. Még utána talán a nagymamámmal. Nagymamám, utána lezárták, igen, és akkor ott hallgattuk végig. Mama, itt várjon meg! Mindjárt jövünk! Nem hülye volt, csak a nagymamám. Borsót tettek a dobra, és akkor végig kellett hallgatni ezt a történetet. Olvastad a könyvbe véletlenül? Nem, ez megmaradt bennem igazából, hogy ezt ott elmeséltek egy idegenvezető, hogy nézték, hogy fúrnak-e a törökök, és akkor ott áhítattal néztük a tesómmal, hogy hallgattuk, hogy borsó szemek ugrándoznak a dobom. Aztán... Mama nem nyúlta meg? Jaj, én hó kis leves lesz ebből. Ezt tegye vissza, legyen kedves meg. Egy kis csiperkével. Én jobban szeretem, de így se rossz, mondta nagy, és felszippantott a orba a borsót. Kemény, de majd tovább főzzük a tesó. Igen.
De egyébként tényleg, tényleg szép. Hát bárcsak én is elég veletek tudnátok tartani, tartani szép szál magyar legények. Hát nekem én most valahogy ezt nagyon. Eszedbe jutott valami kuruc nóta? Nem. Megnyitottam valami oldalt, és ez az idézet. Ilyen, szép szál magyar legények. Bárcsak veletek tudnék tartani, idéz George Michael. Bárcsak veletek mehetnék. Nem tudom, ez nekem nem szokott ilyen turné lenni, de most valahogy... Tegnap este... Azt érezted, hogy jönni kell? Hova? Nem, azt érezted, hogy menni kell. Nem, arra gondolom, hogy soha, ne, azért mindig volt, hogy egy-egy helyszín azért veletek tudok tartani, meg tudunk egyet kajálni. Tegnap este én még 7:30-kor a Pesti Színházban voltam egy előadáson. Jaj, hát a de nem, én, tehát nem darabot néztünk meg, hanem egy ilyen kerekasztal beszélgetésen voltunk, és a Pesti Színházban. Ja, miért értem, hogy a színházi világ nagy alakjai találkozik, tehát színházi szakértők, és akkor hogy hogyan lehetne megreformálni a szakmát? Ez egy ilyen szakmai jellegű beszélgetés? Igen, Eszenyi az alföldi megjelenés. Nem, a színházat kölcsön kapja egy rendezvény, és ezen a rendezvényen általában meghívnak médiával foglalkozó embereket, írott sajtó, különböző nyomtatott sajtó, különböző médiumok. Akinek közmondásos a kötődésük a színházi szakmához. Akinek van kötődése, igen. És akkor egy műsorvezetővel hárman beszélgettek. Ki volt még rajta kívül, aki számot tevő? Az Új Peti volt, az Új Péter, a 444-nek a főszerkije, egy marami jó arc, én nem ismertem őt, nyomát tudtam, hogy ki ő, de nem találkoztunk még, és a Détot Kriszta, a DTK nevezetű. DTK nevezetű. Ugye hát neki már nincs sója, hanem már az interneten nyomul egy internetes portállal. És akkor így voltunk hárman. Úgyhogy gondoltam rátok, 10:30-kor, mikor egyedül üldögélve a körúton, a Calvin téren egy giroszosnál, egy félig leborulva, nyomorúságosan beülve egy sarokba ettem a giroszomat, és gondoltam, hogy ti már biztos nem tudom, rozésztok, én meg ott egy kis sült krumplimat eszegettem egyedül. Elég jött, csípüsnél félszer. Az Micsi Cseri Borsó fasért, az belőle egy picit Kriszta. Konkrétan azon mondom, és nem eltek valamit megörülök, csak így nyomorultul leparkolva, beültem egy sarokba egy ilyen kis török giroszoshoz még 10:30-kor. Úgyhogy ez volt. Na. Te ez ott nem a Balázs? Nem, az nem lehet egyre szétcsapta. Biztos, hogy nem ő. Nem értettük. Isten csinálok itt, igen. De olyan jó volt végre. Tudtam menni. Jól van. Na, azt mondja, hogy a legjobb szurkolók az egrinők. Hát köszönjük szépen. Így van. Igen. Egyébként tényleg így van. Hát ők aztán abszolút tudnak szurkot önteni. Oké, már látom, hogy jönnek a Suzuki szócskák. Küldjetek, jó, bőszen. Aki itt ma nem nyer, egyébként ti is küldhettek, drága egriek, jó? Tehát ha úgy érzitek, hogy ti ma nem vagytok esélyesek arra, hogy benneteket húzzunk ki, ugyanúgy lehet nektek is SMS küldeni az SMS falunkra, mert hogy 9 után valakit visszívunk az SMS beküldők közül is. Az összeset egy nagy folderba tesszük, és akkor a hallgatóink közül sorsolunk még valakit, akinek jönnie kell holnap. Itt tud bárki beszállni. Írjuk. Mit írunk? Suzuki. Nagyon jó. Ez egész találó. Egyébként ez szimpatikus. Igen. Nagyon jó. SMS számot tudod? Igen, bele van írva. Ja, elmentve. El vagyunk mentve? Há, persze. De jó. Úgy van elmentve, amit mondtál, mint amikor Balázs megjelent? Nem. Most mondjad, most legyen nagy szád, most adjál neki. Na, majd kíváncsi. Tényleg nagy fejed van. Kösz szépen, igen. De ez egy jó beírod, hogy nagy fejű, és akkor beírod alá az SMS számot. Ez volt az első mondata. Tényleg nagy fejed. Ha V-nél vagyunk, az ma beírod Voga vadászat. Igen. Jó van, azt mondja, hogy jó reggelt, én nem Balázsa, hanem Jani bögréjét szeretném, remélem első vagyok. Abszolút első vagy, csak Jani nem szokott teát inni. Tehát neki jelen pillanatban itt nincs bögréje. Ki kért el? Te kérted el? Igen? Nincsen. Mi mindig azt szoktuk csinálni, hogy a kitelepüléseken csak Balázsnak van bögréje. Ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen fura hagyomány, hogy se a Ferinek, se nekem. Neki van. Nem, hát nekünk nem adnak, mondjuk, igen. Tehát azért mondjuk el mindenki. De nehogy elhiggyétek, az, hogy nem teáznak. Mindennek próbálnak rám kenni, hogy nekem van csak itt bögrém a kitelepülésen, de akkor a kamu, egyszerűen nem isznak teát, de én teázom. Mi csak használt papírpoharakat kapunk, én szoktam kartonból kivágni rájuk fület, és ráragasztom celluxszal. Nekem meg a kezembe, nekem a kezemből kell innom. Mindig. A harmadosztályú műsorvezetők maradunk. Mindig nyomják ezt a mártír dumát, de nehogy elhiggyétek, egyszerűen csak nem teáznak. De amikor a Jani aláírja, és akkor megkapod, jó? Elsőként bejelentkeztél, úgyhogy ha az én bögrém jó, akkor oda tudom adni. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Itt vagyok. Megjöttem. Adja valaki vissza a Jánost. Hol tényleg? Van? Valaki zsebre tette, eldugta, elrabolta. Komolyan mondom, hát mindig vagy sütizik, vagy aláír, vagy valakinek ajándékot csencsel. Tehát János tényleg komolyan vette a készlet kisöprést, mindent odaad, mindent kisöpör. Van még valamink? Van még valami, amit nem adtál oda? Ne,
folyamatban vannak a dolgok, hordok ki mindent hátul. Igen, már a stúdió ablaktábláit is. Nagyon kedves lányok voltak, azt mondták, hogy mondjam el, hogy ha kérdezik, hogy miért késtem, akkor a csecsemős lányok miatt. Csecsemős. Igen. Mit csinálnak a csecsemős lányok? Próbálok meg rávenni, hogy vállald a csecsemőket. Legalább a felé. A csecsemős lányok a csecsemős lányok. Akik egyetemre járnak, de bölcsisek? Ők találtak meg téged, vagy az nem az a csapat? De, szerintem ők lehetnek azok. Na jól van. Oké, drága hallgatók, nagyon szépen köszönjük, folyamatosan jönnek az utalások. Jó, fontos, hogy ezt mindenki tényleg arra a bankszámára tegye, és ne telefonon ajánlja föl nekünk, illetve nyilván az alapítványnak, hanem a Facebook oldalunkon, a Morning Shopon, mindenhol ott van az alapítvány bankszámla száma, és akkor oda utaljatok, jó? Holnap már szerintem tudunk mondani részösszeget, elképesztő megmozdulás van. Hát mindig büszkék vagyunk rátok, de el kell, hogy mondjuk, hogy megint egy emberként fogott össze az ország, és nagyon sokan utalnak, úgyhogy köszönjük szépen. Van, tényleg, nagyon drágák vagytok, meg lesz szerintem, nem akarom elkiabálni, de meg lesz a... Hát általában egy ilyen 8-10-et azért a hallgatókkal össze tudunk rakni. Nagyon jó, de a teljes összegről csak a jövő héten tudunk majd beszámolni. Igen, elmondjuk, hogy mennyi volt. Na, még olyan sok mindenünk van egyébként, nagyon sűrű a mai adás, mert hogy egyrészt ugye még fejlünk kell. Aztán... Annyira cüriális fejnünk nekem, kell, értek. Nekem még kell készítenem néhány szelfit az úszómesteremmel. Robertával, így van. Gyerekek, és csak a sport. Elmondom, hogy még van ma, ha minden igaz, akkor egy dalpremierünk is. Így van. Mert hogy Ákos. Bizony. Ákosnak új dala van. Szeretjük Ákost? Így van. Hát ide se jön koncertezni. Jó, ugrott. Így Ákos ott ülés, kiúszta az EGRI turnét. Mondta, hogy jó, akkor vége van. De Intit is? Tessék? Te Ákos vagy Intit? Igen. Tényleg ezt kérdezzük majd meg tőle megint, hogy mi a helyzet. Mi a helyzet India. Szóval minden igaz, és elérjük, akkor még rá is rácsörgünk egy röpke 3 perc erejéig. Csak jó, csörögjünk rá. Drága Ákos, nagyon kedveljük, mindig picit persze piszkálgatjuk, de szeretjük őt. Mondja el nekünk, hogy mi a helyzet ezzel a dallal, és ugye a legszörnyűbb dolgokat megkérdezzük tőle, hogy mit üzen a rajongóknak, és miért ez a dal címe. Tempós dal? Hát, biztos. Nem, mert csak azért, mert az utóbbi 3 dal viszonylag lassú, szomorkás volt, kicsit ilyen besíros, mert még mindig küzd ugye a súlyfelesleggel, és na, hát hogy örül az Ákos, hogy nem sokára fölhívjuk. Most kapcsoltak ki a telefon. Nem felett azért már nem, neki se könnyű. De azért van mindig feketébe, mert tudod, hogy a slankít, úgyhogy igazából teljesen egyetem. Igen, pár évig elég volt, hogyha élével áll, de most már se segít. Igen. Na, arra kérünk, hogy akkor hagyj válasszam szét a tömeget, mint Izsák a márványtenger, figyelj. Figyelj, fél az esemet. A vörös tenger volt egy gyökér. Te parom, az Benyámin volt. Igen, mindjárt jönnek az esemesek. Mert hogy elmennénk fejni, nagyon kiéhezett szemekkel vár bennünket a boci. És igen. Azt szeretné, hogy a lányok, akik fejni készülnek, azok hát mindent megtegyenek, és elvigyék a hűtőt. Ugye, volt egy kis ilyen félredisponálás, mert én is megígértem valakinek, és közben a hostesztányok is, úgyhogy lehet, hogy már nem ketten fejnek, hanem hárman, viszont igen. Levittük az időt, tehát így viszont csak fél percet fej mindenki. Úgyhogy nincs nagyon idő belemelegedni. 3 fejésünk lesz 3-szor fél perc alatt. Viszont annyi előnye van azoknak, akik Balázs ígérte meg, hogy ők rokonok. Így van. Hát nézzétek. Kedden már ugye kihúztam az öcsémet, hogy legyen én autó. Én szurkolok neki. Hétfőn volt, ugye? Sopronban. Hétfőn volt, igen. Legyen. Most meg lesz egy új hűtőnk. Hát, és már, igen. És hát, aztán... Valamire nekünk is gondolni kell novembertől, nem? Na, igen, ez a nyereményautó, ez egy érdekes dolog. Amikor megnyerte a csillagszületüket Utasi Árpi, azt elmeséltem már? Biztos elmeséltem. Igen, hogy mi lett az autó sorsa, emlékszünk. Megnyerte a nyereményautót, Utasi Árpi, csillagszületik, mesemondó kisfiú. Lement hozzá a Focus később forgatni, és nagyon helyes volt, a csirkék ott voltak a nyereményautóban. Hát de milyen csirkék? Tök jó sztori, ők nem adták el, szeretik, aztán ez az autó a miénk, beköltött, és a Focus riporterek kinyitotta az ajtót, és 3 csirkék nézett volna szembe. Figyelj, nem adták el, szerették az autót, Árpi, tehetséges gyerek. Nem ázik a csirke. Tök cuki, tök helyes. És azt mondják, hogy egyébként egy héttel korábban kikelnek a tojások az ülésfűtésre. Na, oké, gyorsan, 3-szor fél perc, akkor jól mondom, 3 versenyzőnk van, párban is, egyedül is, ott vagy már, Feri, ott vagy. Első játékosunk? Alma. Alma, gyönyörű név. Brigitta. Alma, Brigi. Évi. Almáról nem mindig a szomszédok jut eszedbe, ugye egy bizonyos generációnak, ugye? Almába. Igen, Fehér Alma játszotta, ugye Alma. Hát így van egy generáció, akinek ezt már tegnap is megbeszéltük, nem mond semmit. Oké, Alma, te milyen vagy fejésből? Nagyon jó. Mint ha lenne ilyen tantár. Gyakoroltad? Gyakoroltam. A min? Gumikesztyű vagy rendes tehéne? Gumikesztyű. Miért fölfújt gumikesztyű? Nagyon jó. Ki tényleg a fölfújt gumikesztyű nem? Ezen a tehénen. Ja, már ezen? Megfogdottam. Roberta életem, hogy engedjük ezt meg?
Szerintem ez teljesen normális. Rámadt a tőgyre, és kicsit a gyakorlatozott? Igen, ő már tőgy meleg. Igen, mert láttam, hogy egy fiú itt össze-vissza fröcsköl. Jézus Mária, ne, ezek a részletekre már nem vagyunk kíváncsiak. Egy csomó gyerek is van. Így is van egy, Robert mondta is neki, hogy célozni kell, de mondta, hogy ő nem tud. És mondtam, hogy nem lennék nála. És a kezedbe adta? Nem adta a kezembe, de mondtam, hogy nem lennék otthon nála takarító, ha nem tud célozni. Aztán inkább megpróbáltam. De nem te mondtad, hogy neked vannak macskáid? Van macskám, igen, és mint Janitól tudjuk, a laktózmentes, vagy mi a macska teje az drága, úgyhogy laktózmentes iszik. Na most a szponzor így ráborult a pultra, azt mondta, hogy a macskával fogják megitatni a termékeinket. Nem, én is azt hiszem, mi? Nem, még a macskák is imádják. Ojj, de szépen jöttél ki ebből. Van róla. A szponzor újra felegyenesedett. És újra mosolyog. Ez az Janikám. Mit nem bírtál, bocsánat? Mit nem tudtál? Tenni a Facebookra a képet, amin a macska issza a tejet. Mik ez barom izgalmas, ez nem bánom, hogy nem tetted fel. Ez a Facebook, egy tartozom, ez a Facebook. Nem erre a Facebook. Költitek el a hasznos időteket, és fölrakják egy macskát, hogy lefetyeljetét. Hát kit érdekel? Mert Suki azért, figyelj, nem... és hogy utána közvetlenül be tud linkelni a Sebestyén Balázs oficiál oldal. Milyen beteg oldal, ugye? Ahol ott van a gyűjtés, érted? A számlaszám. Az mondjuk macska, fontos. Számlaszám. Egyre kevésbé hiteles egyébként ez a kampányolás, hogy olyan ember részéről a Facebook ellen, egy olyan ember részéről, akinek 100 000 követője van. Azért, mert a rohadék elrabolja a telefonomat, és csinál mindenféle videókat. Na, ez így nem kell széthagyni minden szart a stúdióban. Ennyi. Na, fejünk akkor egyet gyorsan, Alma. Gyere, Alma. Kapaszkodj föl a csecsekre, kérlek, gyorsan fejjél. Erre térdelsz. Viszont 3x fél perc, jó? 3x fél perc, mert hogy hárman vagytok, tehát rövidítettünk. Jó? Szereztem még egy telcsit, eladó 5000. Félre diszponáltuk egy kicsit magunkat. Hát feltöltheted. Essünk neki, mert aztán hívnunk kell Ákost. Jó? Alma, kezdje el fejni. 3, 2 és indul. Halljátok? Van ott rutin. Falusi lányka, te! Ahogy hallom, Falusi ez a lányka. Falusi vagy? Előre a... óriási a lendület. Falusi vagy tényleg? Igen. Honnan jöttél? A Vácsaló. Ez rekordgyanús, gyerekek. Hát már most elment 20 másodperc. Nem azt mondom, hogy folyik ki a vödörnek a szélén a tej, de nagyon-nagyon szép. Milyen volt a fél perces. Ja, fél perc, így van, ez most egy rövidebb történet, fél perc, így van. Igen. Így van. De nagyon ügyes voltál. Na. Milyen megnézzük, Roberta mér. Roberta, mondjon nekünk egy mennyiséget gyorsan. Ne várj, előbb öntsön. Ja, átönti, egyik, mi történik, egyik üvegből a másikba? Így van, amibe fejünk, abból ugye a mérő eszközbe. Hát ez majdnem 2 deci, egy picivel egy csík az, alatt. Az, de fél perc alatt? Szép, az nem rossz. Szép mennyiség. Majdnem 2 deci. Nagyon jó, töltsük vissza a tehénbe, ha kell. Azt figyelsz, milyen, hogy oldalt letekered a tehént, és visszatöltöd. Aztán nézzünk, hogy olajszintet. Így van. Rettetesen szürreális. Gyere, Brigi, te vagy a következő, te fejtél tehenet? Nem. Városi vagy vidéki? Városi. Városi, egri. Nem. Pesti. Bátonytaranya. Istenem, azt hittem végigmondjátok. Igen, ez jó volt egyébként. Veszprém, nem Pécsi. Györecek, azt se ír egy háza. Gyere, Brigi. Igen. Oké, Brigiképp, térdelj le gyorsan. Már jó? Ott is van. Indíthatjuk? Brigi, hogy állsz? Már ez is milyen áthallásos, nem? Hogy az ember már tényleg 3, nem tud nyugodtan 2, semmit mondani. 3, 2, 1. Mi történik? Hallod? Úristen, Brigi, milyen egyre, a technika? Mit csinál? Egyre jobbak vannak. Alma se volt rossz, de Brigi 2 kézzel egy csecs, jobbra-balra, nyomja. Aha, mondjuk most nem nagyon hallani. Hiszen gyerekek, ez a tehén élne már biztos, hogy... Ha itt lennél és tartanád lenne a mikrofont, akkor hallanád. Bocsánat, csak régen voltam tüdőszűrésen. 4, 3, fekete volt a köpeted, nézd meg. 1, itt a vége. Megvagyunk, oké. Jól van. Roberta tölt, Roberta mér, Roberta serénkedik, és aztán mondja a mennyiséget. Tehát 2 alatt voltunk az első játékosnál, nézzük a második játékos, Brigit. Igen. Ez csak 1,5 deci. Brigi, nem volt azért az. Ajaj, mennyi? Ajaj. Másfél? Másfél. Ajaj, egyelőre Alma viszi, és akkor Évi van még itt utoljára. A szőke démon ide lép. Kicsit túlöltözted a bulit csizmába vagy, de nem érdekes. Ja, így néz ki. Te a fejéshez öltössz. Gyere, Évi. Ez olyan, mint egyébként egy ilyen növénytanóra, nem? Alma viszi pálmát. Teljesen szürreális. Miközben a tehén mozdulatlanul bámur baramerre. Tudod? Tehát, hogy ez egész nagyon beteg, de szeretjük. Oké, letérdel és megtörtént? Már megvan. Igen? Évi rajtra kész. Figyelj, 3, 2, 1 és mehet. Alma.
Ó, hoppászka! Minden így, gyerekek, új rekord. Szeri le a zománcot a nyomás, öreg. Kőzborotva úgy hasít. Kicsi mozdulatok? Sok nagy mozdulat? Feri, mit látsz? Milyen? Szépen, milyen? Mi a technika? Apró, de nagyon szorítós. És sok jön ki egyszerre belőle. Egyen... Évi, elfáradtál, édesem! Mi ja, van? Ennyi volt. Ennyi volt, Edi? Hát... Ez jó. Oh. Ezért 100 méteres sűkutáson az első 10 méteren iszonyatosan is kell. Nagyon megsprint. 5, ez csak a kamaszoknál lenne elég. 3, 2, gyerünk Évi, 1, és ott a vége. Ott a vége. Jó, megvagyunk akkor. Hát, alma tűnik esélyesnek. Egy picit. Évi föladta a 10. másodpercét, de nem vagyok benne biztos, hogy ez kevesebb egyébként, mint az almáé. Ugye most már ő van. 2 alatt kevesebb. Lesz. Egy pillanat. Várja, forgatja Roberta, nem találja a csíkot. Így van, ez 3 deci kereke. Ne csinálva! Azt a mindenit! Úristen, de izgultam. Jézus Mária, az arcodon végig. Atya Isten, mindjárt szívinfarktus kapok. Tiszta alsót valakitől kérnék szépen. Megvan a nyertesünk, Évi. Az, aki ha nem fárad el, ez rekord lett volna egy 4 decivel fél perc alatt, mert ugye eddig 4 deci volt a legjobb, de az 1 perc. Ügyes. Akkor lesz még mit gyakorolnom. Igen, még egy kicsit belehúzom. Hogy mennyi minden idők legtöbb műtehénből kifejt kamutej mennyisége, amit sikerült produkálni. Tavaly volt, 7 deci. 7? Igen, ott valahogy egy ilyen bicskával megszúrták a tőgyet, szerintem ott valami kamu volt benne. Az a játékos már azóta egy gazdaságban dolgozik. Az idei rekordunk az 4 deci, Évi, itt van a hűtőszekrény vadonat, hogy tele tejjel, gondolom senkinek nem az belőle semmit. Ezt megisszuk mind. Ennyi. Látod, na, igazán sportszerű, így keresünk. Sajnálom, hogy kigaptatok semmit. Nincs itt semmi látni való. Menjetek haza, enyém a hűtő, enyém a tej. Legalább egy pár doboz adjál a másik két versenyzőnek. Na? Természetesen megoldjuk. De... Szóval nem. Jó, értem, nem gondolom. Hát, természetesen megoldjuk. Jó, megkérdezzél, mert hülye, vinném a hűtőt, hagyjatok békén. Kicsit ez volt. Jó, puszi nektek, lányok, köszi. Köszönjük szépen. Köszönjük. Én javasolni fog egyébként, sőt, egy levelet is írok majd a Mizónak, hogy valahol állítsák ki majd a székházban ezt a tehenet, nem? Érdemény elismerése mellett. Ezt szerintem hazaviszi, mindig az aktuális vezignél kell lakjon. Igen. És befekteti magam elé az ágyba. Hát de annyira, nem csak áll mellette. Na jó, van, oké, csajok, köszi, ügyesek voltatok. Szellemüljünk át most egy picit. Szellemüljünk át. De nagyon? Nagy áhítattal mondom. Hogy hívjuk a mestert, gyerekek. Hívjuk a mestert. Drága egriek, ezzel szeretnénk benneteket megörvendeztetni, hogy itt élőben még hallhatjátok őt. Persze mindenhol, nyilván máshol is egyébként, aki hallgat rádiót. Bizomány, ahogy Vili bácsi hogy... mondaná. Bizomány, ez a duma? Persze, Vili bácsi laza barátok közben. Ott is elférne egy-két gegben. Jézus Mária. Szóval Ákos megint készül valamire. Ezt az Ákos milyen fából faragták? Mindig készül valamire. Valamit. Úgyhogy felhívjuk. Ne szakadja meg a kapcsolat az Artisiussal. Nézd, azért, amikor szenteste kapsz egy SMS-t az Artisiusszal, hogy megérkezett az utalás, azért az mindig jó. Az mindig jó. Szóval feljövjük a mi drága Ákosunkat, hogy mit csinál ez a kópé, mire készül megint. Jó? Szóljatok, ha itt van. Jó? Van már. Csak én megkapaszkodom, én mindig megremegek ilyenkor egy picit, hogy Ákossal tudunk beszélni személyesen. Itt van? Én már elmentem a katyámba. Inti is itt van? Itt kongázik valahol. Itt van velünk Ákos! Ákos, hallgass, lesz meg! Jó, és most Ákosnak is valami. Ákos, jó reggelt, hello, ciao. Hát itt vagyok, persze, hogy itt vagyok. Én mondjuk megértem, hogy a fejést azt előnybe részesíti. Hát, ugye valami fontos, tudod? Tudod, a szponzorált, tudod, a szponzorált. Vannak meg szponzoraid? Hát részben. Sokan küzdöttek azon, hogy ne legyenek, de vannak szépen. Jó kezdve bőksége. Hasonlót megjártunk, mi is együtt éreztünk veled, én ott voltam, együtt éreztünk, Ákos. Figyelj ide, azt olvasom, hogy te megint készülsz valamire? Jól olvasom én ezt? Nem. Köszönjük szépen, szia! Ennyi. Na, igen. A következő helyzet, igen? Mai napon Szent Mihály napja van, és ez a zárszámadásnak a napja. A mi zárszámadásunk az, hogy bemutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk a legutóbb az arénában, a dupla koncertestének egy dupla DVD a megörökítője. Ez a mai napon megjelenik, az a cím, hogy Veletek vagyunk. Ezt a címet azt a közönség adta ennek a kiadványnak, mert ezzel a kántálással fogadtak bennünket a színpadon. Azt mondták, hogy veletek vagyunk, mire nem lehetett más válasz, mint az, hogy hát mi is veletek vagyunk. És ennek a nagyon több szempontból is különleges hangulatú koncertestének a műsora szerepel ezen a dupla DVD kiadványon. Rajta van a 28 dal, amelyet a két estén játszottunk, és az extra korongon meg ilyenek vannak, hogy 6 klip, 4 verkfilm, szóval egész gazdag extra tartalom van. Ez az egyik, amire készülünk. De jó, a másik, Ákos, vesznek még DVD-t, vagy ebből is berendeltek 70 000-et, mint Filip könyvéből?
Természetesen a kiterjedt rokonságot felkértük, hogy az általunk átadott összegért rendeljék meg, hogy mi elmondhassuk, hogy sokat vettek, de szerencsére azt hiszem, elmondhatom még, vagy legalábbis a legutóbbi kiadványnál még így volt, hogy a mi közönségünk az vágyik arra, hogy a kezében tarthassa a kiadványt, nézegethesse a gazdag képanyagot, a szép digipak csomagolás, stb. Tehát nem csak a letöltőké a világ, természetesen nyilván ők is meg fogják nézni, mint egy tízszer annyian, mint ahányan vásárolnak, de vannak vásárlóink is még, illetve hát igazából ez most sok kiderülni, tehát még nemrég még voltak, hogy aztán most vannak. Hát illetve mostantól lesznek, hogy beszéltünk. Nem tűntek el, és lesz egy új dal is, ugye, jól mondom? Ez az új dal a Még egy szer című tavalyi dupla platina lemezes lemezünknek az egyik dala, amelyikből több változat is készül majd. A koncertből kimásolt koncertklip lesz a felvezetője, az a címe, hogy Átölelt, egy nagy koncert kedvenc, egy ilyen akusztikusabb hangvételű dal a többi alapvetően elektronikus szinti rockos dologhoz képest. Ez jó, az jó, az jó. A temposabb lesz egy picit, nem ilyen befelé forduló. Igen, kifejezetten lassú szám, de örülök, hogy tájékozottam, kérdezem. Jó, János, mentségére legyen szó, hogy mindig azt csináljuk, hogy együtt hallgatjuk meg a hallgatókkal. Figyelj, ráadásul ott voltam a koncerten. Nekünk is meglepetés, ráadásul ott voltunk a koncerten. Csak az volt a baj, hogy 40 percet álltam sorba, egy vagdalt a zsömlét a gyereknek. Jó, de ez nem az Ákos hibája volt. Ja, nem, igen. Igen, tavaly nagyon sok alatt voltunk. A koncert szuper volt egyébként. Mondjuk az érdekes lenne, hogy a dal címe Átölel, és akkor egy ilyen speed metal verzió. Igen. Jól van, és akkor lesz Aréna koncert is még decemberben, ugye? A turné, tehát a Még egyszer 2016 turné, az jövő szombaton, október 8-án Győrött zárul, és aztán kis szünettel egy vadonatúj előadást állítunk színpadra december 17-én az Arénában. Erről a koncertről azt érdemes tudni annak, akit érdekel, hogy ez nem csak az idei esztendőnket zárja le, hanem az elmúlt 4 év szerénytelenül azt mondhatnám kisebb fajta diadalmenetét is, amit mi a Szinti Rock fedőnévvel fedtünk le. Az elmúlt 4 évben több mint 500 000 érdeklődőnek játszottunk koncertek során, és a Szinti Rockos fejezet is ezzel a december 17-i aréna előadással zárja. És visszajön a rock, a rendes, a régi Ákos. A rendes, a nagymamádnak a lába szára. Lesz olyan, mint régen. Régen minden jobb volt. Ebből holnap tudod, mi a címlap, Ákos? Elmondom neked. Élő adásba rúgta ki Hauber Zsoltot. Félre nem érthető szézán tett arra, hogy változások lesznek. Nagyjából ahogy működik a bulvár egy része, tulajdonképpen ezt érnám holnap, nem? Rákóczi Ferenc nőnemű felmenő ági rokonának készült el. Igen. Ákos, viszont... Ákos, mondod, hogy szerettem volna egy decemberben, mert mi már sajnos nem biztos, hogy leszünk, viszont a Postafiók címünk az él, a jegyek miatt mondom csak, hogy tudjátok küldeni. Ne feledd ezt a beszélgetést itt Egerben, tehát hogy természetesen szeretnénk ott lenni a koncerteden, így van. Ha Jani címére küldöd az enyémet is, akkor megoldom. Kocsit küldöm, gyerekek, értetek. Jó. Utánunk esetleg nem leszünk, hol fogsz nyilatkozni, a Danko rádióban? Hát, ahol engedik, Cukor Moncsik. Nekem már örülni kell minden pillanatot. Becsülj meg te minden pillanatot, így van ám. Jól van, akkor szeretünk, imádunk, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Hát, nagyon hát sokan. Kölcsönös. Nagyon sokan elköszönjenek tőled. Éreztük az egriek. Van az iróniát most. Hallgass meg az egrieket, figyeljetek, itt van egy nagyon jó karmesterünk, hogy vezényel neked egyet, csak hogy köszönnek el tőled. Figyelj, Ákos. Csinálj meg, Ákos! Hülye állat. Ákos, puszi neked, köszönjük, vigyázz magadra. Ciao, köszi. Jó volt veletek, mint mindig. Ciao, sziasztok. Szia, szia. Hello. Hogy szerethet bennünket. De. Igen, bocsánat, ráléptem a társadalmat. Jól van, oké, játszunk egy hármasugrás. Mit szóltok hozzám? Jó, ám legyen. Hármasugrás, játszunk, már itt is vannak a hallgatóink. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hello. Jó reggelt! Ciao, hogy hívna? Szervusztok, Eszternek! Hello, Eszter! Leülsz! Parancsolj, foglalj a helyet! Ez az én székem! Köszönöm! Kicsi sajtocska, valami esetleg gyümölcsöt, vagy szendvicset! Marcipán, egy pohár bor Balázséból! Nem, semmi? Köszönöm szépen, nem kérek! Eltűnt a hang kidről, visszajött?
Nem nincsen baj, hang. Nem jött vissza? Olvas a szánkról. Ez a szájról olvasós játék. Aki kitalálja, megfejtette a játékosunk a nyeremény, az kap egy ajándékcsomagot. Mindjárt dolgozunk az ügyön, jó nem lesz? Nem halljátok ha... kint, amit mondunk? Most már van. Ratyi vagyok, most már bevallhatok. Nem hallottátok, ugye? De jó volt. Ja, oké. Okay. Mondj még egyszer egy keresztemet, ne haragudj csak. Eszter. Eszter, bocsánat, csak itt János, ahogy viselkedik, komolyan mondom. Eszter, honnan jöttél hozzánk, Eszter? Egri vagyok, de alapvetően Sárospatakon élnek szüleim, illetve ott nevelkedtem én is. De most Egerben? Most Egerben tanulsz, lakom. Gondolom, már ne? Dolgozok. Dolgozol. Mit csinálsz? Igazgatási ügyintéző vagyok. De az nekünk mindig jól jön, bármit is csinálsz, azért így vegyük van. El a telefonszámát. Egyszer bajba lehetünk még, egyszer bajba lehetünk még. Oké, okay. Eszter azt mondja, hogy hát figyelj, igazából, hát igen, közepes, azt gondolom közepes. Ami nagyon könnyűt. Könnyűt? Ha lehet, igen. Valami könnyűt. Jó, akkor nézzük egy nyakbaakasztóért. Mi volt a könyvem címe? Milyen színű a szemem? Hány centinek hazudom magam? Melyik ókori görög tudós alkotta meg a felhajtó erőről szóló törvényt? Annyira... Már kiabálják. Nem azon? Kiabálják, így fel is kiáltott. Volt egy... Nem, azt rám mondták, az én vagyok. Nem vagyok Homérosz. Na, felhajtó törvény. Nem hallott kintről? Nem. Felhajtó törvény, ugye ez a minden, de ezt a súlyából, annyit veszt, amennyi az általa kiszorított víz súlya. Na, ki emlékszik erre? Próbálták nem áll a legalapabb. Senki nem várj, tudja. Hát várj, kapsz egy kis segítséget, Eszter, figyelj. Mondjunk valamit. Na, ki mondjál valamit. Ne, mi a tipped életem? Archimédes. Így van, jó! Te ügyes vagy, Eszter! Hát gratulálok! Változott a hangod, de Feri, a biztonság kedvéért maradj kinn! Én is érzem, hogy ez a biztos. Így szól a második kérdés. Milyen állat az Oroszlán király című rajzfilm egyik hőse? Pumpa? Vagy mit? Pumba! Pumba! Pumpa az! Bocsánat, Pumba. Bocsánat, vannak hiányosságai, Oroszlán király, most Shrek és Oroszlán király, egyiket sem bírom végignézni. Jó, ez a rendezői változaton volt a második lemezen, Pumba. Bocsánat. Késő egyik volt. Pumba! Volt egy Pumba? Igen, Pumba. Timon és Pumba. Igen. Jézus Mária. Pumba, mit csinált Pumba? Vagy ki volt ő? Már rég voltam gyerek, úgy látszik. És még nincs gyereked, mert hogy akkor hát még nem. Szóval megnézed, így van. Na várjál. Majd ha ezer egyszerre nézed meg a bogyós babócát, jössz rá, hogy várjál. Már a halál se olyan rossz alternatíva. Jó, várjál. Eszter válaszol. Varacskos disznó. És varacskos disznó. Eszter, de jó vagy. Eszter, te ma nagyon hasítasz ebben a játékban. Szerintem ne álljunk meg, melyik dél-amerikai ország fővárosa Lima. Lima. De jó, Lima. Lima. Még nem te vagy az Eszter. Most még le... az emberek az első sorról pedig úgy ugráljatok látom, föl, jó? Csak vigyázz, mert félreérthető, nehogy mást mondj, mert én valakinek leolvastam a szájról, és mást éreztem. Aha, így azt mondja, az mondj, az volt. A legjobb közjáték játszódott, de elsősorban áll a srác, mondja a Peru. Aha. Mire megkérdezi ezt, Eszter? Mexikó! Igen. Zseniális, hogy nektek össze kell költözni. Dél-amerikai ország. Óriás, imádunk. Mi volt a jó válasz? Kanada! Perut mondta. Peru. Peru, így van, ezt tudja! Te ügyes vagy, Eszter! Nagy tapsot Eszternek! Komolyan mondom, hát... Ezek nem voltak könnyű kérdések. Mi a könnyű kérdés? Én is mindig ezt mondtam magamnak, amikor a vágó mellett álltam István, ezek nem voltak könnyű kérdések, azért nem tudtam. Oké, ez nekem is csak azért voltak könnyű kérdések, mert nagyon magányos voltam gyerekkoromban, és ezért sokat olvastam. És ebben semmi hazugság nincs. Eszter, egy ajándékcsomaggal. Természetesen. Örvendezhetünk meg téged, jó? Köszönöm szépen. Puszi neked, köszönjük, ciao. Hello. Ciao. Mikrofon nem adja. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez így erős lesz. Ez erős lesz. 6 óra után 19 perccel. Jó reggel. Hallasz? Nem lehet hallani a Balázst, hát nem kiabáljanak már. Ez így erős lesz. Minden fél órában nyitóként ez erős lesz. Milyen jó bulit tud csinálni 6 ember? Nem is, itt már bent a hajón egyébként állítólag itt már megteltünk, tehát itt már közel beengedtek 100 embert, ami egyébként nem látszik. Így van, a biztonsági ők tartják a hajó másik oldalra, hogy ne boruljunk be. Igen. Annyi, hogy egy oldalra átmenni nem érve, akkor fölborulunk. Jó? Tehát ennyit kérünk tőletek. Nagyon helyesek a hallgatóink, gyerekek, elképesztő sztorikat mondunk majd arról, hogy ki mikor érkezett, és hogy vert ide sátrat, meg széket, meg nem tudom. Zajlik még mindig a beengedés, ezt mondjuk a fentállóknak, hogy ne adják föl a reményt. Mondtuk, hogy nem fér be mindenki, de azt mondtuk, hogy kb. 150-170 ember befér, itt már benn vagytok 100-an, és még fölül, ha minden igaz, akkor egy ilyen 40-50-60 ember még föl tud menni.
Én azt gondolom, igen, igen, jogos felvetés a Tibinek, hogy, hogy a sor végén szerintem hívjatok taxit. Hát igen. Hallottok minket kint rendesen? Szerintem kint nem, csak online hallatnak bennünket. Hallanak? Úgy, hogy integetnek vissza, igen, hallanak. Nem hallanak, nem jó, baj. Nem baj. Mennyi integetnek. Akkor nagyon jól tudnak szájról olvasni. Ami drága, a drága promóciós lányom, majd úgyis tájékoztatnak mindenkit. Mondtuk ugye, hogy azért a helyünk hát végleges, igen. Tehát, hogy igazából nem bár, csak bárkit, mindenkit elvihetnénk, de nem tudunk. A végig kocogtam a soron, reggel. Ott... Körülbelül 300-an állnak, igen, tehát, igen, hogy azért az lehetetlen, hogy mindenki megfigyel. A felénél megkapottam a levegőt, mert tényleg rengetegen voltak, de mondtam nekik, hogy sajnos tényleg nem mindenki fog tudni felférni a hajóra, de azért nagyon igyekszünk, hogy, hogy megpróbáljuk. Majd mit tudom, van, aki mentőcsónak, hajó után akasztjuk, és akkor még 3-4-5-6-an ott hánykolódhatnak. Akik nem férnek ide be, azok fentre, a nyitott részre. Ahol majd fel. Hát az a 10 fok az jó a Dunán. De azt mondtuk, hogy az kabátos. Tehát azt említettük, hogy oda tessék pufi jacket hozni, így jól összebújni, forró teátermoszban, nincs több egy a mínusz 6-7 foknál most jelen pillanatban. Ha kihajózunk, akkor a menet széllel ez egy ilyen mínusz 12-nek fog tűnni. Úgyhogy igazából egészen baráti lesz. De 8 már nulla. Úgyhogy... De gyerekek, köszönjük hát ezt a felég áradó szeretetet, mert hogy elképesztően sokan bajtok. Mindig azon gondolkozom, hogy lesznek-e vajon elegem, meg hogy mi van, ha ott nincs senki. Ugye az embernek ilyen gondolatai vannak, aztán megérkeztem a Batthyány térre, és rájöttem, hogy megint alulbecsültük immáron sokadjára önmagunkat, mert hogy hosszú tömött sorokban nagyon vártak jó. A hallgatóink, hogy bejussanak a hajóra. A parlamenttel szemben áldogálunk egyébként. A Kövér László még nem ott a fel a villanyt, így van, így van. Pedig ő szokott elsőnek bejönni. A vadászteremben még sötét van, viszont egy óriási nagy Dunahajó parkol itt mellettünk, és baromi könnyű bennünket megtalálni, már csak integetés szempontjából is, mert egy ilyen nagyon szépen felbrandingelt lila katamarán. Mit arcoskodtok, nyomorul? Foglaljuk el! Alig 2000 férőhely. Osztrák és német, igen, 60 év feletti turisták ülnek ilyen hajókon. Remélem, jól átellenőriztük őket, mielőtt bejöttek az országunkba. Migráncsok? Nem, a sógorok. Ja, a sógorok is ellenőriznek, akkor mi is. Kössük utána a miénknek, akkor még 2000 ember elfér. Tényleg. Ők meg menjenek város nézni. Igen, megspórolunk a gázolajjal. Igen, egyébként, de jó hullámokat csinál egy ilyen, csak így nem szoktak teljes gázzal menni. Fönt a nullás híd után adnak teljes gázt, és akkor utána lehet őket bosszantani. Igen, természetesen csak szabálytalanul. Na, egy-két mondat csak az indulásról, hogy mi a menet. Igazából valahogy ide leírtam, csak szerintem elvesztettem. A lényeg, hogy nem sokára kihajózunk. Sokat volt a kézírásról. Igen. A lényeg, hogy nem sokára kihajózunk, aztán jövünk majd még ide a Batthyány térre, egyébként vissza. Ha minden igaz, akkor fél kilenckor újra itt leszünk. Ugye fél nyolckor is újra itt. Fél nyolckor újra itt vagyunk, úgyhogy ha vannak leszállók, elmenők, vagy még új felszállók, akkor ők ki tudnak pattanni. És akkor azok, akik még esetleg nem jutott hely, azok be tudnak pattanni. Szóval lesz egy ilyen kis cserebere. Ebből nyilván az lesz, hogy senki nem száll ki, ezért senki nem tud beszállni. Tehát, hogy legyünk őszinték. Legyünk teljesen őszinték, az általában úgy, ki akar leszállni? Senki. Bocsánatot kérünk a felszállóktól, hogy senki nem száll. Ezzel a tervel sikerült megnyugtatni a lelkiismeretünket. Mi mindent megtettünk. Igen. Sorsoljunk, és őket kirakjuk. Egyébként tényleg. Hát csak a csere miatt, hogy a többiek, aki itt áll este 10 óta, ő is beférjen. Tessék szolidaritani a többiekkel, jó? Tehát ilyen... Hogy egy pillanatot átfordul gyűlöletbe a szeretet, nem? Igen. Rohadjál meg, nem megyünk sehova. Igen, és akkor ilyen 7.40 körül elmegyünk még egy kört, visszaérünk fél kilencre. Fél kilenckor, ha minden igaz, akkor egy hallgatót, majd egy ilyen kis kellemes hajós kirándulásra átrepítünk a március 15-e térre. Akár úgyis, hogy hárman, vagy visszük Tibit is, igen. Mert mindjárt mondjuk, hogy miért is van itt. És hát, tulajdonképpen utána meg visszajövünk. És akkor itt meg kisorsoljuk az autót 9 után. Aki visszamondja, mehet szobára a hostess lányokkal. Én már megtanultam fejből. Igen. Na, és hát arra gondoltunk, hogy mégis tulajdonképpen lezárjuk ezt a pesti kitelepülést, ezért, illetve az egész hetes kitelepülésünket zárjuk egy ilyen kis hajós kitelepüléssel. Meghívunk, hogy visszajunk néhány olyan embert is, akik azért szerves részei voltak a műsornak, és majd 10 óráig bekapcsolódnak azért természetesen. Gyerekek, hát hosszú-hosszú idő után itt van velünk újra Kassa Tibi! Hello! Arról volt szó egyébként, hogy mindenki jön, most ehhez képest a Pákó szerintem nem nincsen a megyében. A Polgár Peti még mindig parkol, és mikor jöttem előre a sor elejére, egyébként éreztem a közönség szeretetét. Állj már hátra gyökér, tudod? Igen. Mi is oda várunk. Igen. De várjál. Most, hogy nincs saját showműsorod, megint itt vagy. A Pákó... Ide buktam vissza, jó? A Pákó írt egy SMS-t a Vikinek, mert ők SMS-eztek, hogy miért nem tud jönni. Kedves Viki, teljesen kiment a fejemből, hogy én holnap péntek.
hogy én holnap péntek. Igen, ez van az esemény. Hogy én holnap péntek. Fellépésem van holnap délben Románia, egy iskolában Nagyváradon. Most hívtak, hogy várnak rám. Most hívtak, hogy várnak rám holnap az iskolában. Hozzáteszem, azért az a programszervező, aki délre meghívta a Pákot egy iskolába, az erősen mellé nyúlt, nem? Igen. Olyannyira sajnálom, nem fogok tudni elmenni reggel Morning Show hajójára, mivel holnap reggel indulnom kell Romániába fellépni. Iskolába. Annyira egy nagy. Iskolába lenni, és délben ott lennem. Még egyszer, jó van, Pákó. Húzik a Pákó. Szóval a Pákó lélekben velünk van. Igen, Pákó igen. Lélekben és velünk milyen áthalásos volt az eleje az SMS-nek. Nem én holnap péntek, pedig tegnap is, ma is, és holnap után is. Igen, igen. Csak hogy egy kermes folyén olajozzuk meg ezt a dolgot. Na mi újság, Tibi, ide találtál könnyen? Nagyon, meg hát ez egy picikét azon gondolkodtam idefele úton, hogy ez a koránkelés, ez milyen jó dolog. Tehát, hogy ilyet kettő okból csinál az ember, vagy kötelességből, vagy pénzért. Tehát, hogy ez nem olyan... mi motivált ma reggel? Még nem tudom, de remélem, hogy fizettek. Nem, rengeteg dolog járt a fejemben, hogy emlékszem az első ilyen nagy alkalomra, amikor együtt voltunk, azért akkor is... De csitt erről nem többet. Igen. Lász, hogy akkor is jó hangulatban töltöttük a napot. Szengeden. Kicsit ilyen keretes szerkezetű a mi kapcsolatunk ebből a tekintetben. De jövök, ilyenkor itt vagyok, ilyenkor jövök, támogatlak benneteket, és hogyha süllyed a hajó, akkor remekül tudok úszni, tehát belém kapaszkodjatok, jó? Tehát igen. Aki itt van, mindenki belém kapaszkodjon. És semmiképpen ne Janiba, bár tegnap megtanítottuk úszni, erről remek felvételek vannak a Facebookon és az Instagramon, tehát János kiválóan alapul. Úszik már fejtetője, meg a hallgatónk a legtöbb kritika, ami érte az úszás oktatásomat, vagy az úszás technikámat, pontosabban az, hogy nyitott ujjakkal próbáltam meg tempózni, és szóltak, nagyon többen beírták, hogy ne nyissam szét az ujjam, átfolyik rajta a víz, úgy de sokkal kívül, hogyha a közegen van, kívül, hogyha van úszóhártyád, amit ugye nem láthatta. Igen, tegnap óta növesznek. Simán. Rettenetesen nyomorúságos volt, igen, hogy nyitott tenyérrel, így szétnyitott ujjakkal próbáltál úszni. Az nekem fel se tűnt tegnap, de nem, hogy visszanéztem én is, és valóban erős. Gyakoroltál még délután? Persze. De hogyha figyelted egyébként a lábtempóját, az elvonta a figyelmet szerintem az ujjairól. Az nem volt. Tibi, nagyon sok kötelező körünk van, ezért most mondd el, légy, hogy hol lesz a következő Kassa Tibi nagy koncert. Az a baj, annyira sok a dátum, hogy nem akarom igazából ezzel terhelni a hallgatókat, csak kövessék a hangomat. Na, és hát elhívtunk még valakit, hogy jöjjön el egy kitelepülésre, nézze meg, hogy ez hogy néz ki, mert van valaki, aki soha nem volt elő, mert mindig az adás másik oldalán volt. Na jó van, oké. Hát ez meg is vagyunk. Akkor azt gondolom, hogy már ki se kell hajózni. Ne. Anna! Szia, Anna! Gyere, te is egy kitelepülésre hozzá, Anna! Kedves hölgyeim és uraim, a rendezői balon! Fogyitka Anna! Magyarország! Anna, hello! Klassz FM! Hát mégiscsak néznek, hogy milyen egy kitelepülés, hogy ezt mindig egy... Köszönöm, mindig egy sajtótájékoztatom. Igen, mindig egy kalitkából kapod ezt a dolgot. Szóval, igen. Igen. Mindig ott ül szegény, és mi mondjuk, hogy milyen jó, meg mennyien szeretnek bennünket, és most közben... Most már hiszem, aztán... hogy ez így van. Eddig azt hitted, hazudunk, de most már ekkor látod. Bármit mondhat, messziről jött ember, de köszönöm szépen, hogy gondoltatok rám, és örülök, hogy itt lehetek, és hogy láthatlak benneteket. Nem, mi személyesen gondolt, is. Mi nem, de igen. Minden. Zsülis vágott néhány best of-ot, de a halva az ő best of-ét ma nem lesz best of. Igen. Mert hogy Anna ugye... Anna itt van. Igen. Anna vágná best of-ot, de ezt most nem hagyjuk Zsűre. Úgyhogy ma nem lesz, de hát úgyis 9 után sorsolunk igazából. 8:30-tól 9:00-ig van egy ilyen kis motorcsónakos túra. Jössz, Tibi, menjünk el. Egy hallgatót átviszünk majd, mondjuk egyébként innen a március 15-én tére, ha akar menni, ha nem. Címlap lesz. Igen, már látom. Nagyobb esélyed ott van beesni a vízbe. Tehát az látom, hogy ezért, ha mi négyen így elmegyünk, meg egy hallgató, meg még egyen, kettesz, 7-8 személy, és egy ilyen hajó, ott azért lesz móka. Tehát szerintem ott kell kapaszkodni, és 6 mentő mellint rátenni. És Anna, látom, hogy felvetted ezt a hagyatékból származó üregi nyúl. Nem, ez nejlompárduc, de fi azt mondták, hogy hideg lesz, de én mondtam, hogy megéri kiöltözni. Köszöntek föl, nagyon hideg lesz, hát tényleg. Hát azért a várjában föl már azért kb. 40-en a fagyhalál állapotában vannak, és tehát online hallgatnak bennünket, vagy ki vagyunk ugye ott is hangosítva, akkor mondják, köszönöm, hogy 80 bújnak egymás mellett. De ez lesz rosszabb, ha elindulunk. Mondjuk a fentieknek, hogy kitartás. De hát ők ezt vállalták, szóval ők ezt abszolút vállalták. Fel is fogunk egyébként mindenképpen menni dedikáló kártyákat, és mindenféle kis szóróanyagokat fogunk felvinni, találkozni fogunk, tehát nem kell attól félni, hogy esetleg valaki felszáll, nem lát minket, aztán leszáll, ugyanúgy nem látod minket,
két vagy három órán keresztül, tehát mindenképpen találkozni fogunk egymással. Én egyébként mondani akartam, hogy én már nem fázom, mert reggel hallgatom Happy Endréket, a Sláger FM-ben is leírva. Na jó, ez is hallgatta Happy-éket reggel a Sláger. Taxival jöttél, taxival, akkor ezek szerint? Igen, kérdeztem. Igen? Csak taxi Sláger, Sláger függő volt? Hát igen. Mindig ezt hallgatja, megkérdezted? Tehát, hogy hosszú távon szadízza magát? Először azt hittem, hogy mi vagyunk, mert ugye úgy zenei szerkesztési elvek működnek a rádió, és egy Zoltán Erika szól, de hogy... Egyébként ezt én is csinálom, én mindenkit hallgatok reggel, amikor jövök be munkába, csak magunkat nem. Mert hogy ezt már egyszer átéltem. Hát meg még nem vagy benne. Meg még nem vagyok benne, így van. Igen. De hogy nem hallgatom a se best of-unkat se, hanem egyszerűen csak végig hallgatom. Én ma egyébként a Balog Esperest hallgattam reggel. Ő Rádió 1-es. Igen. Hogy mit csinál? Beszéltünk egyébként adásban. Igen, egyedül magányosan szegény. Igen. Nem voltál egy stand-upos csaj egyébként, azt hallgattam. Szóval, hogy én is szörfözök. Szörfözök reggel. Nála az a jó, hogy nagyon jó a stúdiós visszhangos, és hogyha nevet olyan, mintha visszanevetnének. Jó, legyünk őszintén, azért egyedül műsor vezetni, azért ez egy kemény helyzet. Szóval, hogy ez utoljára talán Szegő Tibornak ment kívánva. Mondj valami jó sztorit. Jó! Szegő. De tényleg, hát szóval, hogy egyedül azért, ugye, az, amikor senki nem nevet rád vissza, azért az úgy elég kellemetlen. Nagyon fontos lenne közben, hogy a Polgár Petit, ha nem ismeritek föl, akkor keressetek egy ilyen közepesen rosszul öltözött fickót, és ezt engedjétek előre csórót, mert nem fog följönni a hajóra. Igen, tényleg. Amennyi eszem, mondjuk tényleg sorba áll a Polgár Peti. Igen, arról is édesem, ő simán beáll a sorba. Tehát ő simán beáll, és végignézi, hogy elmegy a hajó, de nem hív föl. Tehát, hogy ő ilyen. Akik nagyon hátul állnak, ők mibe reménykednek egyébként még? Szegények. Csak azért, hogy veletek vagyunk, csak hogy nem fogtok följönni, de érezzetek. Hallottok minket? Hallottok minket egyébként? Ott kint? Csak integetnek. Jó, nem hallanak. Ez talán ez a szerencse. Jó, tényleg a Petit arról ismeritek meg, hogyha ránéztek, akkor az első gondolatotok, hogy szegény, adjunk neki egy 100-ast. Jó, ő az, engedjétek be, légy. Figyelj, de az nagyon durva, ott ketten leültek egy székre. Tehát akkor valakik a teát főznek, figyelj, de online hallgatnak bennünket ezen a telefonon keresztül. Ja? De nem, hogy integetnek, akkor ott üldögélnek. Mi a baj? Az a baj, hogy elmondom, hogy jobb buli lesz egyébként délre, mint itt. Az ott egy vad buli lesz. Igen, az egy nagyon-nagyon durva buli. Mi van Julival egyébként? Juli nem jön? Vagy szóltunk neki, elutazott, nem? Vagy ő nincsen? Vagy mi van? Ne firtassuk. Ne firtassuk. Szóltunk neki. Megalakult egy kicsit valaki, aztán nem ő. Nem úgy volt, hogy a stábból csak egy ember jöhet velünk, és az Anna mondta, hogy Juli, itt valaki vár bent téged ebben a szobában. Én hogy intéztem, hogy ne legyen itt, ennyi. Lázárt az ajtó. Nem. Az a Miki? Ide hétfőn kiengedi. Ki az a Miki? Nem. A férjem. Ja? Hát akkor beolvasom az SMS-t, hogy mit írt. Ugye itt is elhívjuk, csak hogy legyen itt. Sziasztok, ezt buktam. Miki, Miro. Igen. Két órája ért haza, ráadásul elég ünnepélyes hangulatban. Úgy alszik, mint egy medve, semmiben nem tudom megébreszteni. Nem tudom itt hagyni a rá gyerekeket. Nem tudtok valahol félúton egy állóperes ügyvédet beugrani? Vagy... Később becsatlakozni nem tudok, kérdezi Júli. Tehát ő sincs itt, mert akkor otthon az olvas belécés, hogy ezt az SMS-t ne olvassátok fel műsorban. Nem, az egy másik oldalt, mert nem nyitottam meg. Létszél semmiképpen ne kommunikáljátok kifelé. Szóval, hogy Julira is gondoltunk, mert itt megkérdezik, hogy Juli nincs, Juli van, mi mindenkire gondoltunk, csak Juli akkor úgy látszik, hogy nem tudott jönni. Miki sajnos túllette magát tegnap este. Konkrétan most lettem tengeri beteg, tehát eddig bírtam. Abszolút. Tehát most vagyok úgy, hogy nagyon jó volt, itt is voltunk, köszönjük. Jó, lepakolunk a partra. Igen, tehát ez a Dunajáró hajó ide kikötött, ráadásul menetiránynak háttal ülök, ha haladunk, azzal nincs baj, de ez a balra-jobbra mozgás, van ez egy... nagyjából tulajdonképpen most lett elég. Van egy ilyen balra-jobbra, igen, finom fel-le mozgás, tehát hogy valaki esetleg a közönség közül az ölembe ül, akkor szerintem jó buli lesz. Igen. A balra-jobbra mozgásnál az kifejezetten. Semmit nem kell csinálni. Jól van, meg kell nyomnunk egy dudát. Nem, el kell oldanunk a kötelet. El kell oldani a kötelet, el kell tankolni a kárnyosat. Még nem indulunk? Indulunk. Aki itt van, itt van. Elindulhatunk. Fönt is megtelt, tehát nagyjából azért itt ugye most mindenki ide előre jön, de aztán nyilván még nem beszélünk, addig oszlik a tömeg, tehát úgy néz ki, mintha itt alul a hajó fele üresenne, de nem az, csak mindenki ugye rájött most itt a kordorra. Fönt is tele vagyunk, legyen az is tele, jó? Balázs egy kis vigaszt a parton állóknak, mert ők most azért itt, ők azt látják, hogy elmegy egy hajó, elmegy a hajó. Igen, ezt látják, hogy elmegy. Mire gondolsz? Hogy letolom a nadrágomat és a farpofámat felnyomom? Igen, vagy kezd el, mint egy ilyen alvajövő harcsa nyalogatni az üveget. De nekem Feri ötlete nagyon tetszik, hogy Tibi mutassa meg a testét, mert akkor megmutatja a testét, és akkor látják, hogy hú, a parton azért jobb. Igen. Szerintem vannak a tetőn elegem, mert már horpad. Igen. Az, hogy hideg van itt kint a sorban, srácok, de legalább szép a kilátás, írja Ádám. Merés vagytok pontosan a Dunán, kérdez egy hallgató, hát ő valószínűleg most csatlakozott. Azt mondja, hogy mi van, nem jutunk fel a hajóra, kérdez egy másik SMS-t író. Lényeglátó a fiú. Gyerekek, hát úgy néz ki, fönt megteltünk, vagy mi a helyzet? Meg vagyunk fent is.
meg vagyunk fent is, teljen meg fent is. Merre van a vasmacska? Neked van vízjátok. Az a kérdésünk, hogy egyik lábatokról a másikról ne helyezkedjetek, mert így is elhányjuk magunkat. Tehát, hogy mindenki próbáljon valamennyire fixen állni. Így van, így tűnt. Abszolút. Azt mondja, 8 után ott vagyok, el tudtam intézni, várjatok meg. Tök jó. Addig hajogolták találkozásra, szigorúan tilos. Annát is meglesem legalább élőben. Szatyi, drága Szatyink, hát ő ott volt velünk. Bizony. A kitelepülésünk, a Andor, Andor a szállító itt van, üvölcsön egyet. Ez nem az volt. Oké, jó van. Na. Ja. Jó van, átengedtek a kis készülékkel, jó. Andor jelezte nekünk, hogy ő amatőr fotós, és hogy nagyon szeretne fotózni, de szeretné, hogyha nem vennék el tőle a bejáratnál, mondjuk a fényképezőgépet nem vernék meg, stb. Tehát jeleztük neki, hogy természetesen lehet, ha családi fotóalbum lesz majd belőle. Okay. Jó, egy kicsit a borsnak bedolgozik. Valahogy csak az nyerheti meg az autót, aki itt van, ugye? A hajón. Tehát itt kell lenni a hajón ahhoz, hogy megnyerni. Igen. Hát akkor marha sokan le fognak szállni, nem? De nem, mert előtte sorsoljuk ki a nyertest, tehát ilyen 7:30 körül mi kihúzzuk azt, akinek ugye még lehetősége van, mint pesti nyertes megnyerni, és akkor utána, akit nem húztunk ki, az effektíve leszállhat. Tehát ugye úgy találtuk, hogy nem 9-kor derül ki, hogy a pesti helyszínről ki nyer, hanem azt viszonylag korán kisorsoljuk, és akkor utána, aki úgy érzi, hogy már látott mindent, meg átadná mások a helyét, az leszállhat, és akkor jön. És onnantól lehet, hogy jön egy másik véglet, hogy kisorsoljátok az autót, és utána mindenki leszáll, nagyon csalódottan és nyomorultan hajókázunk négyen. És egy boldog nyertes itt fogunk rá. Egy boldog nyertes. Ho, ki van itt, igen. Egy boldog nyertes, nagyon tajt részegen, meg mi négyen, és próbálunk itt valamit. Matróz uram. Még milyen sokan vannak, sikolj! Engedjetek, Véréci, migráns vagyok, de hazai. Ja, Isten. Tibi simán leszállna, a jászai, én szolidáris lenne, én felszállnék. Üt, ha én leszállok, hárman felszállhatnak. Tényleg Tibi a felső rakparton nem fogja leszívni a korvetnek az aksiát a vész villogó, mert láttam, hogy keresztben megálltál és ott hagytam. Nem is korvettem. És egyre kétségbe esetett tekintetel néz körbe Sarka Kata, aki ott van az anyósülésen, és várj, hogy befejezzétek a riportot. Jól értem, hogy most még mindig korvettem van, és az anyósülésen hagytam én Sarka Kata. Hát ezt tényleg megérte eljönni. Isten hozott újra a műsorban. Zseniális. Tudtad, hogy ezt kapod. Ezek az utolsó infók, hogy ez az autó, és láttam egy ilyen riportot. És nagyon tetszett. Ha nem nézed a Facebook oldalát, hát egyrészt szponzorautó van. Hát kettő, ki szponzorautó van? Én? Soha nem volt szponzorautó. Ellenben azért köszöntjük a jövő Kassatibét a Facebookon, gyerek, taps és sikor. Ja, tényleg! A Facebook új csillaga! A Facebook új csillaga! A szelfizés, a süteményfotózás! Várjatok! A live közvetítésekből, mert hogy beraktam a fenekembe. Elmondom, hogy az a rész, amikor zsebedben volt a telefon live közben, az volt a legjobb része. Azért olyan volt, mint egy űrutazás. Én azt rakt valami. Már írtak egyébként, hogy Feri intézz el a kasszánál, hogy promozza az oldalt, és akkor meg lesz. Csak elmondom, hogy lelassultunk, úgyhogy nagyon komoly esélyem van távozni, mert megálltunk ilyen 97-98 ezer. Nincs meg a száz. Nincs meg a száz, és 250-nek kell lenni november közepéig. Van egy Facebook szakértőnk, aki azért azon el tudja mondani, hogy szerintem ez nem lesz meg. Nem, az egy nem, hát úgyhogy... vagy elmondom, hogy nem lesz meg, vagy egy légy szívessel megoldom a saját követőimnél. De úgyhogy csak minden tizedik lájkolja, és akkor is megvált. Na jól van. Felraksz egy csekk közvetítés kettőt, akkor szerintem meg is leszel a 150-del. Jézusom, gyerekek, el kell menni hírezni, úgyhogy hagyjuk abba, jó? Nem, el kell menned hányni, vald be őszintén, mert ahogy megindult egyébként... Vigyél magaddal! Na most komolyan, tehát hogy azért itt van egy pici feeling, nem tudom, hogy vagytok. Igen. Ezzel nekem most egy kicsit így jön fel a... Na jó, van, ha már fél hétre kivégeztük igen. magunkat, akkor jó lesz így a buli. Vagy valami de igazán akkor lesz nagy a buli, hogyha közönségből egy 3-4-en becsandáznak, mert akkor lesz egy szagisítő bent abban a zárt kabinban, és onnantól elindul egy nagyon ilyen láncreakció. A kinti hallgatóktól elköszöntük, elmondtuk nekik, hogy még visszajövünk, tartsanak ki, ragudjanak. Bocsánat, hát ha hallgatok bennünket online... Szevasztok, ne haragudjatok. Vélhetően akkor sem fogtok tudni felszállni, de visszajövünk. Nem merek oda nézni, mert szerintem vesztettünk 100 hallgatót. Nagyon kedvesen. Ne haragudjatok, bocsánat. Lájkoljátok a Balázs oldalát addig. Nagyon gyorsan elmegyünk hírezni, mert segbe rúgnak minket, aztán jövünk. Jön fel az olcsóbbi kávé, pedig integettem, hogy műsorvezető vagyok. Van ezen a hajón duda? Van duda? Hol lehet megnyomni a dudát? Szerintem a kapitánynál, tehát itt csak ő dudálhat. Komolyan? Tudjátok, hogy mindjárt itt vagyunk a Music FM-nél? Jaj, menjünk még! Lehetne majd nekik szólni, hogy Fridikém, nézzék ki az ablakon! Ne, hát Fridikém, Sándor! Sándor, legyen kedves kinézni! Sándor, legyen kedves kinézni az ablakon, mert itt hajózunk ön alatt, a Dunán. Szóljatok a bocsinak, hogy integessem. Jól van, na, drága hallgatók, csak gyorsan játszunk. Ja, már adásban vagyunk? Egyébként igen. Ja, majdnem őszinte voltam. Ne legyél.
Ne legyen, mert azzal szerintem is legyél. Azzal is én kerülök címlapra, hogy Balázs beszél. Az igaz. Nem is én mondtam. Balázs beszél. De kell most a sok népszerűség megjelenés a Facebook oldalannak. Hát rohadjál meg. Lájkoljátok. Igen. Felejtsétek el, nem kell azt erőltetni. 100 000. Hol a játékosunk, gyerekek? Hol a játékosunk? Ja, hogy még nem választottuk? De, választottuk. Itt van. Hello, jó reggelt. Hello, kapsz egy mikrofont, vagy oda tartjuk. Szia. Köszönöm, szia. Jó reggelt. Hello. Hogy hívnak? Hello. Bia, Bianak hívnak. Bia? Igen. Ez fölírom. Ez Bianka? Igen. Bia, hánykor álltál be a sorba, vagy hogy volt? Fú, hát mi a 350-es vonattal jöttünk Nagykátáról. Azt a minden. Csak hányra voltatok Pesten? Hát körülbelül egy órás az út, és aztán megint el egy 10 perc. Aztán tehát minden. Tehát akkor 5-től tulajdonképpen beálltatok, igen, és akkor már sor volt. Igen. Figyelj, volt dohányzó. Valaki... Nem dohányzó, nem. Személy, műbőrülések? Á. A vonat. Á, volt valaki, aki tegnap este ideült. Tegnap este, vagy megszólaltatjuk hét után, elképesztő. Tegnap délután 7:30-kor, 8:00-kor föl lehetett egy széket, leült és beállt a sorba. Hol a szék? Ezt majd mindjárt megszólaltatunk, igen. Oké, Bia, kivel játszanám? Ferivel. Nagyon Ferivel, jó. Ez a veszély, jól van. Ferivel, oké, indítjuk az órát, jó, ha megtalálom, de lehet, hogy Zsűt is el tudja indítani. Mehetünk? Persze. Akkor 3-2-1, Jani. Tessék. Szép hely Nagykáta? Persze, én nagyon szeretem, oda is járok suliba. És ott van egy nagyon szép gimi. És gimnazista vagy? 12-es, végzős. De szép az, akkor érettségi lesz. Most lesz, igen. Készülsz? Majd ott az igen. De ennyi! A saját méreteket ontjátok ki a játék, hát nem szól! Ennyi! Igen, volt egy igen. Jó. Bia, nem jól, Bia. Természetesen kapsz egy ajándékcsomagot. Gyerekek, ennyi ember előtt azért ekkora nyomással játszani, az nem könnyű. Viszont nem... Nagy tapsot kérünk neki, viszont nem maradhatsz tovább a hajón, jó? Tényleg! Gyerekek, az egész nem olyan, mint egy ilyen nagyon durva vállalati buli, nem? Tehát, hogy egy egész csak nagyon még szürális. Nem isznak rendesen. De tényleg, tehát 7 órakor elkezdünk nagyon masszívan piálni, 8-kor már üzekednek a budiban. 9 órakor valaki kihány ide a Dunába. Ne, tehát én nagyon, sem nagyon indul vállalati. A céges karaoke. Karaoke. Tényleg, és 9-től céges karaoke. Santa. Legyen valami pezsgés. Tényleg olyan az atmoszféra, hogy itt mindenki tapsol, érdekel. Oké, 2 perc, pontosan 7 óra. Jövünk vissza mindjárt, jó? Egy picit most jöttünk, hova mi? Annyira megcsúszunk az elején, hogy már újra el kell mennünk egy picit hírezni. Aha, a főnök megmondom, picit balra. Mondom, balra. Gyűn az a pillér, nagyon gyűn az a pillér. Mondjuk, hogy az előző dalt ebből a bejátszásból akarta megtanulni, nem mi az előbb szólt Ágát, de fair and own. Hát refrénig nem nagyon mentünk el. Gyerekek, nem sokára láthatjátok egyébként a jövő évi úszó EB-nek a helyszínét. Bizony. Jobban, hogy micsoda stadiont építettek, de hát itt van a dagány. Azt hiszem, a csónakházad. Az nem itt van, vicces az Adrián. Az más. Csak egy ponyva a Balázs gyaktyán. Még a tengerem van a hajó, úgyhogy még ilyenkor nem hoztuk ki a Silóba. Miért még nem állt ki Lőrincán stég mellől? Na jól van. Fura egy kicsit így hátrafelé jövő hajózni egyébként. Igen, megfordulunk. Ebből szerintem rókázás lesz. Nem, én bírom, hát én nagy dunai medve vagyok. Figyelj. Nem átgondoltam magamra. Ja. Jössz majd titanikosat játszani velem? Jó, most, ide jó most. Lesz. Jó, mindjárt kimegyünk. Jó? De melyik a rajzolós jelenet lesz? Jó. De én leszek 2 Winslet. Igen. Majd legyek vesztelen egy medállal a nyakamban. Hol egyémántam, hol egyémántam. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Után vagyunk pontosan 13 perccel, drága hallgatók. Itt ringatózunk a Dunán egy gyönyörű szép katamaránnal. A táltossal. A táltossal, igen, hát ez nem a sebességünkről árulkodik nyilván. És jelen pillanatban, ha akartok bennünket látni, integetni, akkor valahol a Dagály és a Duna Tower tengelyben mozgunk. Most megyünk a Budai alsó rakpart és a Margit sziget közé, és az Árpád híd környékén vagyunk. Úgyhogy ha valaki az autóról lát bennünket, és egy lila színű hajó, katamarán hajót forgolódni a Dunán, még az Árpád híd előtt, Szentendre irányába, akkor azok vagyunk mi, és utána megyünk a Margit sziget és a Budai alsórakpart közé vissza a Margit híd felé. Talán árulkodó lehet a sok Morning Show-s logó a hajón. Így van, kívülről is abszolút meg lehet ismerni a hajót. Amikor én először meghallottam a hajónak a nevét, akkor egy picit arra gondoltam, hogy féloldalas lesz, mint az István a királyban a táltos torda. De aztán láttam, hogy semmi gond nincsen. Amikor hallottam, hogy katamarán, akkor azt gondoltam, valami nagyon durva lesbisot fog megnézni. Így van. De akkor inkább alapfi
tabarán. Na gyerekek, figyeljetek, az van. Egy jó szó vicc. Mindig egy jó szó vicc. Hol vagy, Feri? Az, nem van, vagy én itt? Fönn vagyok a Kapitányi hídon, három fő személyzet most buktak rá a kezelőpultra, a féloldalasnál, a nem megy a hajónál, és a nem is tudom mi volt még. Hallgat bennünket a kapitány ott fönt? Hallgat, és most gondolkozik azon, hogy mindhármunkat belevágnak a vízbe. Tehát, hogy ilyen sok csúnyát még nem mondtak a hajójáról, pedig azt mondja, hogy ki ez a gengszter itt? Ezzel a motorcsónakkal. Ismeritek? Egyik kollégánk. Ja, akkor jöhet, jó van, akkor nem érdekes. Azt mondja, hogy ilyen gyors hajó nincs is a Dunán, mint ami mi vagyunk. Igen. Aha. Érzitek a hullámokat? Ez a motorcsónak keltette hullám. Nem. Én is mindig ilyen szimpatikusan megyek, és bosszantom a BKV járattal utazókat. Nem, csak a kapitány funkit egy kicsit. Balra-jobbra rángatja a kormány. Ugye, Feri, kérdezd meg, hogy köszönnek egymásnak a tengerészek, hogy mit tudom, örvénymentes, vagy valami nem, a bányászoknak nincsen. Is van. Nincsen? Azt mondja, hogy nincs semmi különleges, esetleg egy jó napot kívánok, ha ismered, akkor cső haver. Ennyi. Igen. Gyerekek, most vagyunk a Dunatávernél. Tud ez a hajó dudálni? Igen, már én megtaláltam. Hadd én, ne nyúlj hozzá. Dudáljunk már föl a bocsiéknak egy kicsit, hogy nézzenek ki az ablakon. Hosszút akarsz, vagy sok rövidet? Kérdés, hogy... Mennyi időtök van? Én a sok rövidre szavaznék. Üzenjetek nekik, hogy nézzenek ki, jó? Állj. Sándor, ne álljon föl, mert meghúzza magát. Jézusom. Hogyha tudtok morzézni, akkor morzézzatok le egy ilyen köszönés nekik. Biztos tud a kapitány morzézni. Há, biztos. Tud a kapitány morzézni, Feri? Azt mondja, hogy tud, ő bármit tud, egy kapitány nem, hogy morzé, mindent tud, de nem szabad morzézni. Igen, nem szabad nem. Morzézni? Igen, tehát én most pont leadtam volna az SOS-t, mert arra még emlékszem. Mert a vízirendészetnél meghallják és eldobálják a vagdaltas zsömléket. Halló! Jusson a baj van! Veszély van! Ezért jelentkeztem a testületet! Sűjjön a tátos, Menjünk! Mentsétek a Balázs! Ennyi a bögré! Hallottátok egyébként ezt a hangot, ezt a tőt, egy az egyben nekem beugrott a Városház utca a házasak kötő terem. Tehát már vártam azt, hogy erre jöttél be? Kb. Igen. Nem is volt zene az esküvődön. Azért besétáltál nyomogatták a Dudát ritmusra. Egy ezer öcséből behaladszódott valami az utcáról. Na, gyerekek, szóval a lényeg. Mikor jöttek a március 15-i téren, nekem 9-re be kell érnem a suliba. Jó a kérdés, megyünk egyáltalán, vagy a batyin kötünk ki először? Megyünk a március 15-ére, kapitány. Mehetünk mi oda? Hát azt mondja, melyik az? Biztos maga vezet? Megyünk. A vízről minden olyan egyforma. Igen, megyünk majd oda, és először a batyira megyünk vissza, szerintem ilyen 7:30 tájékában, jó? És csókoltatjuk a Margit-szigeti futókat, mert hogy éppen a Margit-szigeten haladunk el, a Margit-sziget mellett, a budai alsó rakpart és a Margit-sziget között vagyunk, és hát gyerekek, gyönyörű a napfelkelt a Dunáról. Szenzációs. Gyönyörű, igen. Mentőmellény van Janin, kérdezi Pontyó. Most még nem tettünk rá, majd amikor átszállunk a motorcsónakba és egy hallgatót átviszünk Budáról Pestre, akkor azért ott sanszos, mert ott kiesel, ott nem szedünk. A jó veg, a toros káposztát estem tegnap este, úgyhogy tele vagyok gázzal. Igen. Semmi gond nem lehet. Fennmarad. Igen. Úgy hallom, ez inkább kaszamarán. De rossz. Szét vagyunk, mikor értek vissza a batyira? Hát gyerekek, a batyira visszajönünk 7:30-kor, de hogy hány leszálló lesz, az csak annak a függvénye, ugye, hogy hányan tudnak felszállni. Tehát imádkozzatok. Tegye fel a kezét, ki akar leszállni? Ott jelentkezett, egy leszálló van. De az is egy, mint a stábban van. Tehát, hogy... Igen. Figyeljetek, én azt mondom, hogy húzzuk ki előtte még azt az embert, aki potenciális autónyertes lehet, mert akkor utána már mindenki nyugodtabban tud úgy leszállni, hogy már nem vagyok itt a helyszínen. Meg húzzuk ki, mert nagyon kapálózik. Igen. Jó, úgyhogy még mielőtt visszérünk a batyira, akkor kihúzzuk nem tudom, mennyire bonyolult a húzásnak a folyamata, de szerintem adjuk a baseball sapkásnak, az nagyon szimpi. Figyelj, csak odalépsz hozzá, Jani, egy pillanatra? Mikrofonnal? Mert hogy olyan története majd meg. Én láttam egy fotót. Na. Hello, hogy hívnál? Sziasztok, Peti vagyok. Peti, te tegnap este óta ülsz a batyin? 18:58-kor érkeztünk ki a barátnőmmel és az egyik legjobb barátommal, aki szintén Peti, csak hogy... Ő a legjobb barátod, vagy a barátnő? Csinos nekem be. És akkor leültetek... Nekem is ezért a legjobb barátom. Leültetek egy kis székre, mert láttam rólatok fotót. És... Igen, kivittük apukámnak a kinyithatós horgásszékét, kiültünk és egész éjszaka únoztunk, gazdálkodj okosan osztunk, és a legviccesebb dolog az egészben, hogy kivittem magammal egy twistert, mert hogy nagyon sok társasjátékot vittünk, és így a twister nem maradhatott ki, és elkezdtünk a hallgatókkal teljesen random twisterezni. És idegen embereket twisterezni, tehát olyan szinten abszurd volt a dolog, mint egy szilveszteri saskabari jelenet. Gyerekek, segítsetek, én utoljára ilyen, nem tudom, aranyes, hogy lyukában társasjátékot játszottam. Tehát mi a twister? Mit csinál? Az a lényeg, hogyha nem jót pörgetsz, akkor megcsókolod a barátodat, ennyi. Mit csinálsz a twisterre? Le van rakva
4x4 színes folt, és kipörgetik azt, hogy melyik testrészed, melyik foltra kell kimenni. Tudom, és akkor ilyen hülye alakzatokat igen, és nagyon összecsavarodtok, és szerencsére a barátnő már elment, mire ezt játszottuk. Van valamilyen körömgomba reklám, amikor leteszi a lábát, és akkor kiderül, hogy gombás a lába, ez nem az? Nem tudom, ez a te asztalod. De egyébként az még a happy end-hez hozzátartozik, hogy mivel ő elhozta Fater székét, ezért Fater a földön ülve horgászik azóta. Tehát, hogy... És egész éjszaka plusz 8 fokban vártátok, hogy ti legyetek az első? Bizony, bizony, zenét hallgattunk, beszélgettünk, és az nagyon-nagyon jól el voltunk. De helyesek vagytok. De olyan volt, hogy jött közterületes már harmadszor, nem szóltunk már kétszer, gyerekek, húzzatok innen a picsit. Nem, ilyen egészen konkrétan nem volt. A múltban történt velünk ilyesmi, de szerencsére kiköszöböltük azzal, hogy a sört most termoszból ittuk bögrével. Tehát. Hát drágák vagytok, köszönjük szépen a felénk áradó szeretetet. Igen, vagyok, szerettem volna kérdezni, hogy a picit zavaros tekintet minek köszönhető a hajókázásnak. Figyelj, csak egy kérdés, hogy ti voltatok nyilván az elsők, de utánatok mikor jött meg a második? Ki volt a második legelszántabb? Csak kíváncsi, hogy hánykor kezdtek el gyűlni a hallgatók? Fú, hajnalban valamikor? Hát nem hajlom, még éjfél előtt erősen, szerintem én valahogy 10 és 11 között érkeztem. Már jöttek a többiek. Igen, te igen, jó, igen, de az első helyet szerettük volna kisajátítani. Jó, hát ha reggel nagyon nagyon szeretünk titeket, szóval így egyértelmű volt a kijövünk. Igen, képzeld, kijöthetek volna este fél nyolckor, és már 20-an ülnek a sorba, azért az picit erős. Igen. Komolyan, hát ezért ez elképesztő, nem? Itt van mellettünk egy srác, hogy 9 órakor érkezett, a 3-as számú sorszámot kapta meg. Este 9-kor? Aha. Te már van. Akkor a harmadik voltál. Így van, de 10 percnyire lakok innen amúgy. Jaj, igen. Tehát akkor megkaptad a 3-asat, hazamentél aludni, majd beálltál a sor elejére. Nem, mind maradtam. Poprócot hoztam, minden. Azt a mindenit. Tibi, ilyen nálad van a koncerte, hogy már este beállnak? Előző este? Sőt, általában már én is ott alszom a színpadon. Tehát, hogy én úgy érkezem, hát sőt, erre a kitelepülésre is én ugyanígy itt voltam, a srácokat visszereztünk. Hogy felférjél. Persze, úgyhogy abszolút. Okay. Feri, figyelj! Hol vagy te? Egy én kicsit a fönti hallgatókat szólaltasd meg, hogy milyen az idő, hogy érzik magad. Egyébként csalnak a föntiek, mert egy csomóan lejöttek, ezért fönt úgy tűnik, mintha ezeket a hullámokat kikérem magamnak. Fönt úgy tűnik, mintha baromi kevesen lennének, de ez csak azért van, mert lejött mindenki egyébként a melegbe. Nagyon okosan megosztottuk, ugye van egy alsó meg egy felső fedélzet, amikor alsó betett fölterettünk mindenkit, akik körülbelül 3 perc múlva leszivárogtak a többiek közé, és csak néhányan vannak, akik itt kitartóan állnak itt a felső részen, vagy ülnek esetlegesen. Itt van 2 jó képűnek mondott mások által, ahogy szoktuk volt mondani, fiatal ember, ti mikor jöttetek? Szia, mi reggel 5 órakor érkeztünk meg a helyszínre. Honnan? Budapestről. Ja, Budapest, hát akkor úgy könnyű, azért itt van már minden nagyatád, meg mindenféle helyszín. Milyen itt fönt? Nem hideg, szerintem ki lehet bírni, nem? Ki lehet bírni, főleg, hogy most hogy süt a nap. Szóval elviselhető. Egyre jobb. Ha megnyeritek a Suzukit, vagy egy, nem tudom, játszotok egyáltalán az autóért? Igen. Akkor az a feladat, ezt még eddig nem mondtuk, hogy le kell ugratni a rakpartra. Megoldom. Azt mondom, vállalom. Még úgy is vállalom. Figyeljetek, nagy a baj. Na, mi van? Rosszul vagy. Nem, elmegyek rókázni. Nem, azt írják, hogy igazuk van, mert ezt nekünk a Zsuzsék is mondták, hogy a Batyin várakozók is töltöttek Suzuki nyereményjátékot. Hát akkor az igazságtalan lenne velük szemben, ha most ezt kihúznánk. Viszont ha nem húzzuk ki, nem száll le senki. Na ezt old meg, ezt a fajta időparadigmát. Szerintem hagyjuk a francba az egészet, menjünk haza. Ne, rémesen egyszerű egyébként, hogy a kasszája az autó, és mindenki megszívta. Mégiscsak kell az a szponzor autó. Figyeljetek, akkor megmondom, hogy kikötünk, a kikötés közben, ha élőben vagyunk, akkor ott kihúzzuk, a hírek van, akkor várunk egy picit, kihúzzuk, és amíg még ott vagyunk, addig kicseréljük a hallgatótáborunkat, jó? Tehát akkor még nem húzunk, megvárjuk a Batyiról érkezőket, hogy ő be tudjon jönni a kis regisztrációs lapjával, és akkor eldöntitek, hogy ki marad, ki jön. Ez jó? Vagy te, ezért vagy az, aki, és ha Istenes Bence lett volna, hogy már itt zokogna az asztalok, fogalma sincsen, hogy kell megoldani ezt a helyzetet, de te, séróból, na ez sem ennyi gyerekek. Hát, mindenki komolyan, tapsoljon! Hát komolyan mondom, ezt is megoldottuk, és még csak 7:30, hát gyerekek, hát... És ebben a pillanatban egy halvány glória megjelent Balázs feje fölött, és elkezdett a széke fölött lebegni. Igen, nézzük a különböző megoldásra vélő problémák listát. Igen, következő migráns kérdés. El tudnám mondani egyébként, hogy mi a megoldás, csak nem biztos, hogy szimpatikus lenni. Kimegyünk Titanicosat játszani? Hogy nem mennénk? Nem. Jó, de várjál. Igen? Te leszel Jack, vagy... Ezt beszéljük meg kint. Leközvetíted? Mindenképpen. Hozzátok az ecsetet meg a vásznat.
Csináljuk már azt, hogy ennyi év után te leszel Rose. Csinálunk egy élő bejelentkezést. Gyerekek, ez Tibitől is kuriózum, mert kivételesen nem a saját oldalára jelentkezik be, hanem megcsinálja az én oldalamra. Várjál, már élőben vagyunk? Nálam is van ennyire kevés néző az országos áramszünet idején. Csak egy Titanic, játsszuk már el, nem? Hát azért egy nagy álmom volt, hogy vele Titanicot játszottam. Valójában valljuk be, hogy az egészet ezért szerveztük le hajóra. Jó, figyelj, én leszek Rose. Vagy ki volt a DiCaprio? Jack? Jack. Jó, akkor állj ki előre. Jó. Szerintem bele tudod lökni. Itt vagy, Feri? Itt vagyok, igen, én fölülről nézem az eseményeket. Te látsz minket, akkor tudsz közvetíteni. Egy mikrofon elég? Tessék? Mert akkor az enyémet elteszem. Jó, ezt megfogjuk, kiadjuk valakinek. Várj, Tibi mindjárt közvetít. Jó, megvárjuk. Tudod, hogy kell használni a Facebookot? Na, minden, amit ma csinálsz, azt így, hogy évet csinálom. Figyelj, megyünk élőbe. Igen? Oké, várj. Hogy volt ez, hogy te előálltál? János már kiállt egyébként. Tehát János már kint áll a hajó elején. Nincsen térerő. Nagyon jól nézel ki. Azért az meg vagy a kasza közvetítés, hogy csak magát mutatja. Légy szíves. Már megy? Nincsen. Na, várjál. Kicsikét váltok, összevárjuk a térerőt is. Gyerekek, egyébként egész gyorsan megy ez a hajó. Komolyan egyébként mondom. Van egészen jó, jó tempót megyünk lefelé. Nem azért mondom, hogy egyébként az alsó lábszárom kezd elhalni, mert nem kap vért. Beírtad élőben Titanic. Na oké, most kezdjük az élő közvetítést. Jó, így vagyunk. Ilyen térerő a Dunán, város közepén, ne szórakozzatok. Akkor lekamerázom, és utána feltöltjük. Csináljuk ezt. Na gyere, édesem. Hogy csinálták ők ketten? Nem tudom, de itt már dugtunk. Nem, itt már túl nem. Vagytok az autón. Elmondom, hogy egyébként nem. János kiállt előre a hajóra. Úgy volt a jelenet, Jani így van, illetve hát két fő széttárta a kezét, és Leonardo hátulról átöleli, gyereke. Figyelj, ne lehelj már a nyakába, legaz. Össze kell fonni a karjaikat, tehát úgy volt. Hallgass a zenét! Benne ez a telefonomat! Tedd ki a kezed! Így van, és fogjátok egymás kezét! Fogjátok meg! És ebben a pillanatban... Ó, de jó kemény feleket! Megkaphatod, de csak a gyémánt után! Ő így ölelte egyébként? Igen, így ölelte. És így a kezeik így összefonultak, és két oldalra így kivoltak téve. Most vagyunk a Margit híd alatt, gyerekek! A komplet budai alsórakort láthatja, hogy Titanicban megyünk. Ők azok, igen! Jani, megpillant! A kapitány rányomott egy satút! Picit megindult a belőle. Ez egyébként azért nagyon szerencsés, János, mert ha itt beesel, azonnal a hajó alá kerülsz. Tehát, hogy... És hátul így kijönnék én darátos. Hozzáteszem, hogy itt kell megjegyezzem, hogy ráérek a következő időszakban. Tehát, hogy van egy üresedésem. Ez azért nagyon szerencsés, kérlek, mert esélyed sincs kiúszni. Tehát bármilyen jó úszó vagy, a hajó alól nem nagyon kerülsz ki. Jól van, na, hát figyelj. Igazából ez is megvolt. Figyelj, volt rossz. Pont mondani akartam, hogy egyáltalán nem zavar, hogy proli vagy. Figyelj, jó kis film volt az egyébként. Na, azt mondja, hogy oké, akkor mindjárt visszérünk a Batthyány térre, egy kis helyzetjelentés, hogy hol vagyunk. A Margit híd és a Lánchíd között. A budai alsó rakparthoz közelebb úszunk visszafelé a Batthyihoz, és hát szerintem pillanatkor belül kikötünk, mert mindjárt itt vagyunk a Batthyányon. Jó, úgyhogy sorsolunk. Amikor visszajöttünk a hírekről, addigra leszünk a Batthyin. Nagyokat nyelsz, Balázs, mi van? Semmi, ő is egy picit vissza a kávé. Igen, ő is egy picit örre számított, én is azért reménykedtem benne, hogy lesz egy kis Jack Dugó. Ott álltam mögötted, hogy Jack Dugó. Mindenki énekel, nagy levegő! Az én nem látom, hogy hódol vagyok, akkor neked bocsilagok. Csak kívánod kell. Ó, és újra velem leszel. Jön a taps és a sikor! Uramisten, de jó vagyok. Csak kívánod kell. Hozom a Balázs mögré, gyerekem! Száguldás, itt a most vége. Ezt szerelem. Keverbe, Zsül, keverbe! Kifut a végén, Zsül? Persze, legyen a jogdíj miatt, a jogdíj miatt! Aha. Ez így a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel!
3-4-8. Csak egy kis élőben jelentkezés. Gyerekek, a rádióban ment Tibi dala, és ő élőben ráénekelt itt a hajón, és egy ilyen kis mini koncerttel szerettük volna megörvendezni mindenkit. Playbacknek indult, de aztán jobb vagy, mint fölvételen. Igen. Egy hallgató, na mi van, beraktátok a egyetlen slágerét? Micsoda? Itt emelném ki a vallomást, itt emelném ki a tárlata tirlatát. Igen. És a pápalepa hopparát. Milyen jó ez a karaoke srác, Andi, ha jó. Nagyon jó. Épp volt a Balázsnak, hogy másfél órája vagyunk együtt a Tibivel, és ez már az ő kitelepülés. Jó, de Tibit ezért kezdeljük. Így születnek a legendák. Egy hónapul arról fognak beszélgetni az emberek, hogy emlékszel, amikor Tibi kisorsolta azt az ukit ezen a hajón? Drága hallgatók, beszállt, akkor mindenki tudunk sorsolni, jó? 3-4-8-an pontosan. Arra gondoltunk, ugye megígértük, hogy visszaérünk a Batyira, és akik még kimaradtak, beszállnak, sorsolunk, és akkor akinek utána mennie kell, vagy addig maradt, amíg ő érthető okokból ugye ki nem derült, hogy megnyerheti az autót, akkor utána természetesen még le tud szállni, és akkor indulunk a következő körre, jó? Úgyhogy szerintem csináljuk meg a húzást gyorsan, derüljön, hogy ki lesz az utolsó hallgatónk, aki esélyes lehet arra, hogy megnyeri ezt a gyönyörű autót, és utána akkor perceken belül újra teszünk egy kört az új hallgatóinkkal és a régiekkel, akinek közben mennie kell, nyugodtan természetesen le tud szállni akkor egy picit a hajóról, vagy akár végleg, hiszen akkor már nem lesz esélye megnyerni az autót. Ha maradtok, persze, nyilván valamire örülünk. Nem tudom, ez mennyire jelent jót vagy rosszat, de elkezdett becsorogni a víz a lábamnál, hogy lehet, hogy nem többen ne gyertek. Igen, többen ne jöjjenek. Figyeljetek, annyi van, hogy még mindig vannak kint hallgatók, tehát ha valaki esetleg szolidáris, és úgy érzi, hogy láttam most már a fiúkat, nem is tudom megnyerni az autót, hajóztunk is egy kört, és mondjuk jöjjön még, akinek nem volt lehetősége, 20-25-e még állnak kint, tehát ha valaki úgy érzi, nagyon meg fogjuk köszönni, hogy drágák vagytok, hogy szolidárisak vagyunk egymással, akkor ti le tudtok szállni, láttatok mindent, és akkor be tudsz szállni még ez, aki viszont nem hajózott velünk, nem volt itt még, és nem volt lehetősége megtapasztalni, hogy milyen idő. A srácok, akik hajnalóta itt vannak, lassan leszállhatnak, nem? Hát ők talán egy kicsit túl elszállnak tűnnek ehhez, de hát ha van egy-két hallgató, jó? Oké, tudunk akkor valakit húzni? Jó, hozzuk ide a regisztrációs kártyákat, kisorsoljuk akkor az utolsó hallgatókat, aki nem sokára ott áll majd a kulcs ceremónián 9 óra után, jó, és esélye lehet még akár utolsó érkezőként is megnyerni az autót, hiszen mindenki kap majd egy slusz kulcsot, és valakinek, valamelyik játékosnak a 6 játékos közül nyitja az autóid, a kulcsa a Suzuki-t, ugye, ő lesz értelemszerűen a nyertes, a többieknek nem lesz jó a kulcs, és nem fog kinyitni. A hugom és az anyám álljon előre. Félek, hogy egyébként tényleg itt vannak. A mag szerencse. Jó, kicsit még keverünk, kavarunk, és akkor így megnéz, mindenki a kezemet figyelő, amelyik a sorsolási bizottság elnöke. Mondjuk ügyesen. Innen egyet. Jó, engedjétek majd át, egy picit nyíljon szét a tömeg, jó? Azt mondja, hogy hát én ezt nem tudom elolvasni. Nagyon jó. A telefonszámát be tudnám mondani, de nagyon sokan hívnák. Az biztos, hogy ez Horváth Izabella. Itt van-e, vagy fönt van-e, integete, kiabál-e, itt van-e Horváth Izabella. Itt van velünk, hogy beugrott a Tibi dalánál. Igen. Azt mondta, hogy én ezt nem bírom, és kilépett a hajóból. Elég legyen, srácok, szövetséges. Nem ezért jöttél. Igen, nem ezért. Lehet, hogy ő volt az, aki komolyan gondolta az előző mondatodat, hogy engedjünk mást a hajóra, és hazament. Igen. Itt van, érkezik egyébként. Látjátok már, hogy elindult? Jön, jó, elindult, akkor engedjük át, egy picit nyíjatok szét, léci, meg majd tud jönni. Ott. A kulcs ceremónia. Csak mondjuk, hogy itt azért helyre lesz majd szükségünk, tehát mindenkinek egy picit hátrébb kéne menni. Ott középen átférsz, ott a két utazó között. Az is jó, egyébként hátrajjátok. Hello, tessék, hello, ciao, szia! Sziasztok! Hello, jó reggelt, hello. Izabella? Így van. Akkor Iza gondolom, ugye? Izácska, jó? Izácska, jó, van, legyél Izácska. Honnan jöttél hozzánk, Izácska? Hát igazából Szentendréről. Na, hát akkor ott remegek. Remegsz, lehelyes, hogy... Hazavigyünk, ha jóval? Nem. Simán haza tudnánk, egyébként tényleg ki tudnánk dobni. Figyelj, van autó. Régi autó, új autó? Hát régi. Régi autó. Igen. Gyermek, család, minden van hát már? Nem az enyém. Nem a tiéd? Tehát neked nincs saját autó? Most jelenleg nincs saját autó. Nincs saját autó. Na, ez, örülünk, de nem abból azért, hogy nincs saját autó, hanem hogy akkor nálad is jó helyre menne tulajdonképpen. Pontosan. Az enyémet sajnos ellopták, úgyhogy... Ó, édesem, tényleg? Igen. Hány éve történt ez, mikor történt? Másfél éve. Másfél éve. Ez elképzelni nem tudja az, akinek ilyen nem volt, hogy lejössz, és, ott, és azt gondolod először, hogy rossz helyen parkoltál, azt gondolod, hogy biztos én emlékszem rosszul, aztán rájössz, hogy nem, tényleg elvitték a kocsidat. Hát annál nagyobb trauma nyilván van, de hogy azért ez borzasztó. Hát igen. Nagyon. Oké, figyelj, de hány órától voltál itt a sorban?
Reggel 4-kor keltünk, 5-re értünk ide. És akkor már álltak egy csomó, mint kiderült. Tehát akkor már ugye sanszos volt, hogy egyáltalán felfértek-e. Oké, figyelj Iza, te vagy akkor a szerencsés, úgymond hatodik, ugye, mert 5 helyszínünk volt plusz valaki, aki tegnap kiválasztottunk. Úgyhogy 9-ig próbálj meg gyúrni. Jó? És vegyél nagyon sok levegőt. Igen. De jogos egyébként. Kapni fogsz te is egy kulcsot, imádkozzál, hívd a rokonokat, hogy a kulcsot nyissa majd a Suzuki-t. Jó? Oké, ez a szerencsés típus, hogy nyertél valaha valamit, vagy nem is olyan próbáltad? Nem, eddig még ez volt a legnagyobb. Ez volt a legnagyobb. Így van, nyertem már egy-két dolgot, de ez volt a legnagyobb is. Oké, Iza, hát akkor dukkolunk csak úgy, mint a többi játékosnak. Kivel jöttél, azt még nem mondtad? Párommal. Pároddal, ő is itt van. Jól van. Oké, 9 után találkozunk, jó? Oké, jó, köszönöm Puszi szépen. Puszi Iza, köszönjük, gratulálunk, ciao, ciao, hello, hello. Figyelj, hogy senki nem tapsolta meg. Jó, nagy taps volt megint. Ez minden egyes jelentes. Persze, gratulálunk. De egyébként tényleg, mi azt várjátok, hogy aki itt van és nyerni akar, az, hogy tapsol valakinek. Egy kicsit. Már... Hát én szolidaritásból tudod, ilyen. Jó, már nem én nyerek, akkor legalább tapsoljuk meg. Hát, miért tapsolnál? Őszinte magyar lesz. Oké, na figyeljetek, mondjuk mi a program. Lassan újra elindulunk hajózni. Tehát csak elindulunk újra egy újabb körre. Nincs egy újabb kör. Egy újabb kör, igen. Még egy kaszadal. Fél 9-kor jövünk majd vissza, 8:30-kor érünk ide vissza. 8:30 után átviszünk valakit 9 órakor a másik oldalra, ha szeretne velünk egyet hajózni egy motorcsónakkal, az csak egy röpke gyors kis utaztatás lesz, átmegyünk egy motorcsónakba, majd 9 óra után pedig odaadjuk az autót, és közben hajózunk. Tulajdonképpen ez a program. Jó? Jó. Elfogadjuk. Jó. Tökéletes. Marha jó hangzik. Rose és Jack fantasztikus utazásának a core dokumentuma már fönn van jelenleg, Sebestyén Balázs official oldalán, tehát meg lehet tekinteni, meg lehet nézni. Nagyon szép egyébként. Azt picit sajnálom, hogy ahogy az egyik kettős hallgató írta, nem tanítottál meg, illetve tanítottad meg Rose-t köpni. Mert hogy volt egy olyan jelenet is, de az egy másik jelenet, az nem ez. Igen, amikor állnak a korlát szélén is, és Jack megtanítja Rose-t köpni. És van, amikor lemennek a izében még a rázsba, vagy nem tudom, hogy a Titanicnek a tárolóból, és ott a kocsiban, amikor amikor bepárásodik az ablak, na azt az csinálják. Az a következő fél azt óra. Aha. Azért azt nem bánom, hogy nem mentünk le ide. A gázolaj szakba, és akkor nem rajzoltam rólad valamit egy kocsiba, meg ide tettelek magam éven. Oké, azt mondja, Balázs, bepisilünk itt kint, írta Angéla. Mit tegyek ez ügyben? Integet? Te vagy Angéla? Hello! Hát figyelj, azt hiszem van itt valahogy egy nyilvános budi. 3 éve mondjuk zárva volt, amikor én mentem. De hát próbáljátok megoldani. Jó, na most jött el az a pillanat. Aki látott bennünket és úgy érzi, legyünk szolidárisak, jó? Köszönjük szépen minden tényleg leszállónak, ha esetleg van ilyen. Mi pedig játszunk még egyet, mert hogy ugye van egy mitmondóra játékunk, és utána, ha minden igaz, akkor indulunk is. Úgyhogy valakivel már is játszunk. Visszafelé beszélünk. Észre véle faszil? Aki kérdez? Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol? Hello, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, szia. Reni vagyok. Reni, hello Reni. Reni, mikortól vagy a sorban, vagy mikortól voltál a sorban? Hát fél órája jött egy helikopter, nem hallottátok? Fél órája jött egy helikopter, nem menő, értem. Honnan jöttél Reni egyébként? Nem, Budapestről. Budapestről. Oké, na figyelj, mutatjuk a feladványt, Zsülci, választ el, jó? Mert itt közben én így elakadtam gépileg, úgyhogy igazából a pénteki játékos már nem tud választani, egy maradt. Mutatjuk, hogy mi lesz az. Jó, figyelj, ezt hallgass meg. Okay. Indul az óra, figyelj. Várjál. Uh-huh. Még nem halljuk. Picit nehéznek tűnik így elsőre. Hát, hogy Zsülcit ezen meglepte. Mondhatsz bármit, nyersz vele. Oké, rendben. Figyelj, akkor elindítom én neked, jó? Azt mondja, hogy mi volt eddig, állatunk volt, városunk volt, híres emberünk még nem volt. Az sem, meg szólásmondás. Szólásmondás. Mi híres ember, szólásmondás? Híres ember. Híres ember, oké, na figyelj, így szól, próbáld kitalálni, hallgass meg. A 10 ikatap. Hát ez nagyon könnyű. A 10 ikatap. Ki lehet ő? A 10 ikatap. Zita. Így van, ikatap. Pataki Zita. Ennyi, jól van. Pataki Zita. A komoly felhőtt nagyasszonya. Ilyen kérdés volt a Suzuki-ért? Gratulálunk a kulcsok. Látod, milyen könnyen állunk nyerni. Oké, Reni, megvan az ajándékcsomag. Egyébként is meg lett volna, de adunk neked egyet. Ügyes voltál, jó? Puszi, köszönjük szépen. Ciao, hello, hello, hello. Na, Reni. És szálljál el, légy szíves. És ezek után. Igen. Jó, gyerekek, hát ha nincs szálló, akkor nem tudunk mit csinálni, tehát akkor ez már rajtatok múlik. Mi megértjük egyébként nyilván, de ha pára még le akarnak pattanni, akkor pattanjanak le. Várunk még egy kicsit, hogy hátha néhányan meggondolják magukat. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt
a Best of Morning Show. 9 óra után vagyunk, 9 perce, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. El is indulunk mindjárt, drága Morning Show hallgatók, ti, akik itt vagytok a hajón, a Batthyány téren, pillanatokon belül indulunk. Volt egy kis egyeztetés, de elindulunk, és akkor még egyet tudunk, egy utolsó nagyot hajózni. Közben egyébként csak mondom, hogy akik nem fértek fel a hajóra, mert hogy még mindig vannak néhányan, bár nagyon sokan közben leszálltak, felszálltak, de nagyon szolidárisak a hallgatóink. Nagyon szépen köszönjük tényleg. Nem, ők éppen most egyébként a parlamentet nézik a viking kis motorcsónakjával, és még megígértük azoknak, akik itt voltak, és még mindig esetleg ott vannak fönt a kikötőnél, a hajóállomáson, hogy őket 8-asával, fájdalomdíjként, egy kisebb motorcsónakkal még meghajóztatjuk azért, hogy ha már ide nem fértek fel, akkor legalább el tudjanak menni. A zöld pulcs is rásznak, mondanám kint a parton, hogyha ott most a nagy csókolózás közben gyereket csináltok, akkor hívjátok Tibinek. Népszerű név. Igen, és ha, ne lépje hátra, mert mindjárt beesik. Igen, ha lány lesz, hívjátok Tibónak. Igen. Szóval, hogy viszünk meneteket még motorcsónakozni, jó? Tudjuk, hogy kint is hallgatok bennünket applikáción, telefonon keresztül, eljut hozzátok. Ez a fájdalom díj, hogy 8-asával, illetve pontosabban 8 személyes a csónak, tehát 7-esével plusz ugye kapitány el tudtok menni, és akkor még motorcsónakozhattok egyet, ami legalább akkora élmény, mint itt a Dunán. De a Viking Yacht Club ennél sokkal nagyobb hajó is van szerintem. Okay. Ez is meg volt. Igen. El tudunk indulni? Lassan? Mi a helyzet a kapitányunkkal? Kapitány, nagy duda, nagy gáz, menjünk. Spórolunk a gázolajjal? Mi történik? Nem, hosszú ideje állunk. Igen, konkrétan fél órája. Nem, mögöttünk. Ja, értem én, tehát itt mellettünk egyébként éppen elsuhan. Valami kisebb hajó. Igen, hajóvonták találkozása tilos, jobbról elmegy egy ilyen baromi nagy hajó, és akkor utána szerintem elindulunk. A hajózásról lemaradt egyébként motorcsónakkal közlekedő hallgatóink közben a Margit híd alatt fordulnak át éppen, egy brutális balkanyarral jönnek visszafelé. A Margit híd alatt? A Margit híd alatt ott jönnek vissza egy kis motorcsónakkal, úgyhogy szerintem mindenki megkapja az imént. Nem az van, hogy tegnap ott hagytad a kombinétodat? Igen. Ott hagytad a kombinétodat. A kombinétumat, így van. Na, egy-két gyors közlekedési hír, aztán pedig sorsolunk, mert ugye igazából van 6 nagyon-nagyon szerencsés hallgatónk, aki ma itt lehet velünk a hajón, ők voltak ugye a helyszíni nyerteseink, adásból is választottunk, többen kérdezitek, hogy mi újság az SMS-t küldőkkel, ezt mi már tegnap eldöntöttük. Pontosan annak az az oka, ezt is néhányan kérdezitek, hogy miért nem ma, mert kell egy nap, ha mondjuk paksi, bajai, pécsi vagy szombathelyi, hogy megérkezzen és ma itt lehessen velünk, ha ma 8 órakor kihúzunk valakit, és nem budapesti, akkor nyilván esélytelen, hogy itt legyen, ezért az az oka annak, hogy tegnap húztunk, és nem ma az SMS beküldők közül. A nevek publikusak, Balázs? Vagy publikusak voltak a nevek már, hogy kik lesznek? Itt vannak, már ők már itt is vannak, megérkeztek Bajáról, Kaposváról, hogy nem. Nem csak azért mondom, mert hogyha a Sebestyén vezeték nevű fog nyerni, akkor jó napja lesz a bulvárnak. Ezt képzeld, hogy Sopronban sikerült kihúznunk egy Sebestyén vezeték nevű. Nyilván a mi habitusunk az, hogy erre erősen rá is játszottunk. Hogy szia tesó, de olyan régen voltál családi rendezvényen, gyere öcsi. Igen, az egy érdekes húzás volt. Imádni egyébként fogom a másnapi bulvár címlapokat, tehát hogyha hazajátszotta az autót Balázs. Igen, azért ahány vadon, ahány Rákóczi, ahány Sebestyén van az országban, nem mind rokon, hál' Isten. Úgyhogy megnyugodtunk, lenyomoztuk, nincs közös családfánk. Balázs Alex nevű öcsét éveken keresztül így próbálta meg a család eltitkolni, mert egy félrelépésből származott, de most már nem tudta letagadni, és igazdíjként gondolta, hogy bekavarja valahogy a játékba. Igen. Na, gyorsan egy-két közlekedés ír. M35-es 7-es kilométer trafi Debi felé. Darusati, köszönjük neked, hogy ezt elküldted, nagyon drága vagy. Feleségem nem hajlandó Bali Facebook oldalát lájkolni, de én tudok ezen változtatni, tudván a jelszavát, amennyiben én leszek a nap hallgatója. M386-os kilométer trafi Pest felé, Darusati, köszi. M6-os Pécs felé trafi a 120-as kilométernél, Budapest-Debrecen-Hajdúszobát között és utcár, kamion, személyautó ütközött. Üdv, impressz. Na, mi pedig úgy látom elindultunk, és megyünk újra a Lánchíd irányával, tehát balról parlament, jobbról pedig Batthyány tér. Ugye ez az irány, mármint nekünk, és csurgunk lefelé a Lánchíd felé, úgyhogy aki akar, az meg tudja nézni a hajót. Na, sorsolunk akkor? Szerintem adjuk át az autót. Persze. Nem? Adjuk át az autót, ne várjunk tovább, ehhez viszont oda kell mennünk a helyszínre. Hát azért ez innen nagyon szép, ez a nap felkelte. Gyönyörű. Itt déltájba. Igen, déltájba gyönyörű. Így párolás késése. Na, hát... Hát itt van ez a gyönyörű. Azt a mindenit, de jól néz ki. Azért, hogy nekünk így a rádión belül egyébként milyen profi, elhivatott és elképesztő stábunk van, gyerekek, az nem semmi, mert hogy a hajót hosszas, illetve az autót tegnap hosszas munkával és két-két centivel a két tükör mellett egyébként leegyensúlyozták, levitték a hajóra, tehát úgy tudunk átadni egyébként egy autót itt a hajón, hogy itt támaszkodunk. Nekem azt mondták, hogy a budai alsó raparton szétszették és itt rakták össze. Igen. Befért, itt van ez a gyönyörű kis S-cross, és hát ez még mindig kanyombarna.
Azt látom. Még semmi nem változott. Igen, mi? Nem, még nem. A hajó se. De ez nem az, amivel én jártam. Nem, hát nem, azt nem merjük át az is senkinek. Az már bontatóban magam. Csúnya meg van húzva bal oldalon. Annak ilyen az alapjárata most, kicsi beszédhibás az autó. Igen, és hogyha felemelik az autónak a motorháztetét, akkor rostélyos szagot lehet érezni. Azt mondta a kedves hölgy, aki átadta, hogy használjam nyugodtan. Nem ismer. Nem ismer igazából. Na, hol vannak a játékosaink? Akkor valahogy így egyvonulva álljatok föl. Itt van mindenki. Ó, nagy az izgalom. Nagy az izgalom. Látom mindenkinek is névjegye van. Na, egy emberrel nem találkoztunk ugye személyesen, mert itt vannak a városi nyertesek, és egy emberrel személyesen nem találkoztunk, ő Katalin, az SMS nyertes. Kata! Hello! Téged tegnap adás végén ugye Egerben sorsoltunk. Igen, és ígértetek egy bögrét. Hát ezt ez nem hiszem el, gyerekek. De nem az autó iragódik, hanem a bögre. Figyelj, azt tegnap is nem érdekelte már a kocsi. Nem hitte, de tegnap háromszor megkérdezte, úgy indított. Nem baj, ha nem énjenem az autó, de lesz bögrém. Tehát bögre fetisiszta. A konkrétan az ország bögre fetisiszta. Igen. Kata, de onnan érkeztél? Tudom, hogy tegnap kérdeztük, csak nagyon sok adat van. Csornáról. És akkor... Tegnap este, vagy ma reggel, hogy sikerült megérkezned hozzánk? Tegnap este, mint cirka 10 óra után azért megérkeztünk. Csornáról ide 10 óra, nagyon elkerültetek. Akkor valami, igen, hogy tandembringával, vagy hogy? 10 órás út volt ide Pesten? Nem, 10 órára jöttünk fel, mire sikerült szállást kapnunk, mert minden teltházas. Igen. De megoldódott a dolog. Igen. Jól van, örülök. Oké. Okay. Na, figyeljetek, mondjuk, hogy mi lesz. Jó? Hogy mi történik tulajdonképpen. Kapni fogtok borítékokat. És ezekben a borítékokban hagyd nézzek bele. Tulajdonképpen, ha minden igaz, ugye számok vannak. Ugye? Igen, ugye? Akkor visszaadom. Csak hogy jól emlékszem. Számok vannak, és nem adjuk oda azért a kezetekbe a slussz kulcsot, mert véletlenül valaki rányom és becsipog az autó. Hanem húztok majd egy borítékot, abban van egy szám, és amikor ti következtek, akkor a számnak megfelelő kulcsot kapjátok majd meg. Tehát már nem mindegy, hogy ki mit húz, nyilván az egyik kulcs pedig nyitja. Amikor Évához érkezünk, vagy Alexhez, akkor az ő borítékában található számhoz hasonló számmal ellátott kulcsot megkapja, és megnézzük, hogy nyitja-e az autó. És amiatt ne szomorodjatok el, hogy Balázs épp a farzsebével most karistolja az autót, tehát hogy majd azt megcsinálja. Ja, bocsánat, most a rádió a saját költségén majd cipolírozom. Újra fényezzük az egészet. Köszönjük, János. Éva nyert tegnap Egerben, és akkor egy csecsemővel együtt voltál. Azt mondtad, hogy lepasszolod a gyermeket. Most ehhez képest ott van a főnöknél. Sikert senki nem vállalta? Nem, az az igazság, hogy úgy gondoltam, hogy ő volt tegnap a kabalám. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy legyen együtt a család, és hozzon megint szerencsét neki. Nem lesz cicizés, ha nem nyer anya. Vigyázzál, életem. De még mindig a gyerekkel beszélsz? Nézd azt a döbbenetet a gyerek arcán, hogy nézi a Ferét? Nem látott még. Mi ilyet, már nézd? Tegnap összebarisztunk. De, ez meg mi lehet? De, pont. Nem, de valami oknál fogva szeret. Nem, az a gyereknek beugrott a Feri a gyűrűk urából. Igen. Na jól van, oké. Okay. Drága hallgatók, hát nyilván az autó mindig jó helyre megy, úgyhogy legyetek ügyesek, húzzatok borítékot. Ha valaki úgy érzi, hogy valakivel esetleg cserélne, vagy nem szereti ezt a számot, vagy bevállalja, hogy esetleg cserél, az is lehet, mert lehet, hogy odaadja a rossz számot, viszont elcserél és megkapja a jót. Vagy éppen odaadja a jót. Ez rajtatok múlik, itt vannak a borítékok, úgyhogy gyorsan húzza mindenki egy borítékot. Na hát akkor kezdjük hétfőnél. Hú. Sopronnál, ugye a rokonod. Így van, gyorsan húzza egy borítékot. Öcsi. Gyerünk, öcsi gyerünk. Kaposvár, Henriett, gyere. Húzzatok most még borítékon. Lehet válogatni. Baja, Viola. Viola imádkozik, ahogy látom. Viola nagyon helyes, hogy imádkozott. De szépet húztál. Eger Éva. Mit mond a gyerek? Egyes? Jó van. Az SMS nyertesünk Márta követke, Katalin, így van, és akkor utána pedig Izabella, akit ma Izácska, bocsánat életem, akit ugye ma csókolt homlokon a szerencse itt a hajón. Hát okay. Akkor mindenhol kint van a boríték. Na megvannak akkor tulajdonképpen a számok, tehát minden borítékon ugye van egy darab szám. Érkeznek a slusszkulcsok, de mondom, hogy sorsolási bizottságunk elnöke, a közjegyző mindent rendben talált-e. Igen, az előkészületek során minden rendben volt. Sok sikert a játék. Nagyon sokat gondolkozom, de szerintem a újjászületeken közjegyző akarok lenni. Ennyi. Elmondta is 50 plusz áfa. Óriási. Gyerekek, óriási meló. Komolyan mondom, zseniális. Plusz egy bőgre. Azt mondja, hogy alá lőttél az 50-nel. Komolyan mondom, a közjegyzőknek a legjobb. Tényleg, óriási meló. Na, szóval, figyeljetek ide. Akkor azt mondja, hogy mutassátok a számot. Majd én mondom, hogy kikapjon kulcsot, jó? Te nagyon imádkoztál. Rettenetesen imádkoztál. Kihez fohászkodtál? Senkihez, csak úgy imádkoztam magamban. Csak úgy? Csak úgy. Húzzak számot, jót húzzak? Igen.
Oké, na jól van. Nézzük akkor mondjuk Izácskának a számát, nézzük meg, jó? Négyes számod van, Izácska, ami azt jelenti, hogy megkapod a négyes kulcsot. Izácska, te Szentendéről érkeztél hozzánk, ugye? Most már tényleg olyan, mint egy lottósorsolás. Izácska, te Szentendéről érkeztél hozzánk. Mivel foglalkozol, Baron? Lottósorsása mindig ez van, igen. Oké, na elmegyek erről nagyon szép autóról, és szerintem csak nyomni kellene belepróbálni, ugye? Csak nyomni. Izgulunk? Hát, egy picit. Mennyi a pulzusszám? Fú, mérjétek meg. Jó, egyébként jogos lenni. 400. Okay. Na nézzük akkor, hogy nyitja az autó. Nagy nyomás. Villog, négyes a kulcs tartó villog. Kulcs. Vagy a kulcs. Nem nyitja. Azt a mindenségét neki. Nem nyitja. Gyerek. De az milyen blama lesz, hogyha egyébként nyitotta volna, csak lemerült. Ennél kicsit jobban készültek vagyunk. Figyelj, Izácska, mondom neked, hogy egyébként azért nagyon sok vigaszdíjunk van. Van stilles akusgépünk, fűrészünk, lompfunk, sövénynyírunk, szegénynyírunk. Válassz egyet, aminek a család örülne. Cserébe, ha már nem sikerült egyébként autót nyerni. Segítséget kérhetek hozzá? Itt a párod. Jöjjön ide a párod, válasszon ő fájdalomdíjként. Te fogsz vele dolgozni, ez tisztán látszik, ugye ez mindig így van a családban. Mi a keresztneved? Norbi. Gyere, Norbi, itt vannak a stil csúdás szerkezetei, akkumulátoros az összes, van kisfűrész, nagyfűrész, sövénynyíró, lombfúvó, melyikkel? Sövénynyíró. Na most várjál, mert Izácska ide hívta a párját, majd ő mutatott rá, hogy a sövénynyírót. Igen. Én is otthon így mindig így érzem, mintha én döntenék, de igazából csak végrehajtok. Tehát tipikus családom előtt demokrácia nálunk, és ez van. A nő mindig a saját véleményét akarja hallani, csak mélyebb hangon. Jogos. Oké. A ajándékcsomag természetesen, és a Suzuki is ad még egy kis csomagot nektek, meg tiétek a sövénynyíró. Akar valaki valakivel cserélni egyébként? Senki nem akarja elcserélni a saját borítékát? Éva nagyon izgul. Én szerettem volna egy kettes, mert hogy a kicsi másodikán született. De bízom benne, inkább mégiscsak megtartom, hogy az első... Első gyerek? Egyes. Senki nem akar? Viola, Harriet, Alex, senki nem cserél? De Balázs, nem cserélünk. Nem cserélünk. Ez így jó, erre néztem rá először, úgyhogy szerintem ez lesz a nyerő. Mondd, mit ajánlja? Hát egy olyat, ajánlj föl, ez olyan cserét nem kínáltál, hogy a számot a sövénynyíróért. Jó, tényleg. Igen, és megmarad az autó. Pláne a lombfúvóért. Oké, okay. Jöjjön akkor, most már le nem mosom magamról az öcsém. Sebestyén Alex, akit egyébként tényleg így hívnak. Gyere Alex, hello. Hány a számot húztad? Az ötöst. Ötös számot húztad, azt a mindenségét. De... szerencse szám? Nem, megmondom őszintén, nem csak erre néztem rá először, és gondoltam, hogy ez lesz az igazi. Jó, kérlek jelensd ki a közjegyző jelenlétében, semmiféle rokoni kapcsolatban nem állom. Nem, jó? Nincs, viszont én nem tudom, 5 millióért bárkivel cserélem a számomat, úgyhogy... Kevés embernél van itt most 5 millió kes szerint. Tibi jelentkezett. Egész véletlenül pont van nálam. Oké, na figyelj Alex, hát akkor vedd el a borítékothoz tartozó ötös, nyilván értelemszerűen ötös számos lusz kulcsot. Igen. Jó, és akkor vegyél egy nagy levegőt, mormolj el egy halk imát, aki ezt szereti. Én arrébb megyek, mert mindig ezen a gyönyörű autón támaszkodom egyébként. Kérdezem én a sorsolási bizottságod elnökét, Edi, minden rendben van-e? Minden tökéletes. Plusz 30, plusz profi. Külprofi. Kétszer kérdezem, okay. Mit dupla? Jó, Alex, nyomjál egyet akkor. Jó, hát akkor. Rányom, oda tartja. És nem nyílik. Nem nyílik. Azt a minden segít neki. Mm-hmm. Tesó, hogy tudtál ilyen számot választani? Mondtam, hogy ne az válasz, basszus. Hát másszor azért megnyomtam, de nem úgy nézem, mint amelyik kinyílt. Ellenőriztük az elemeket, úgyhogy sajnos nem nyílt. Szintén vannak vigaszdíjaink, Alex, jó? Ugyanez autó fehérben. Uh-huh. Vannak vigaszdíjaink. Ugyanez az autó fehérben, igen. Válasszál akkor a stíl ajándékcsomagok közül, jó? Gyerekek, Alex elfordult, de még a hónalat rányomott még egy. Igen, hát nehezen tudja ezt az ember elviselni. Oké, jól van. Azt, hogy megvan még a hatosunk, az egyesünk. Milyen számod van? Kettes és a hármas. Jó, szerintem Violát nem húzzuk tovább, mert annyira izgul, hogy gyerekek mindjárt elájul. Jó? Viola, te voltál a Bajában. Baja, igen. Baja, igen. És mondtad, hogy nincs autód, ugye? Nincsen, most költöztem haza. Te voltál az, aki haza költöztél. Honnan is? Valami északi országra emlékszel. Skócia. Skócia, így van. Istenem, de jó, hogy betaláltam. Skóciából. Most kezdesz itthon új életet tulajdonképpen. Mivel foglalkozol? Vendéglátásban dolgozom. Vendéglátás. Hát, inkább kimenni szoktak, ezt már megbeszéltük egyébként, Baján is nem visszajönni. Nem baj, megpróbálom itthon is. A honvágyat említetted, ugye? Igen. Láthatod, hogy törődöm a hallgatókkal? Hogy emlékszem minden beszélgetésre? A honvágyat, illetve a bögrét említette. Ő is. Ő is, igen. Oké, Viola. Jó van. Hát akkor vegyél el egy kulcsot, még hozzá melyiket? A ketteset. Kettes. A gyerekek, most már valakinek nyissa ki az autó. Na már gyere. A kulcs az autót. Jó. Te nagyon izgultál, le vagy csápadva, hogy nem várunk tovább. Ha villan, akkor abban a pillanatban nagyon örülünk, és megvan az autó. Jó? Rendben. Na nyomjál. De nem ér elájulni közben. Jó. Viola oda tartja a kulcsot. Már nyomod?
Nyomom. Semmi. Semmi. Ez se nyitja. Semmi. És az egyik se nyitná, tudom, is így állni. Akkor egy kis zenem. Igen. Nem, okay. akkor jövő hétre tovább megy. Tovább, mint a Violant, sajnáljuk. Nagyon szép lombfúvónk van haza, boldogát teszünk. De van még sövényírónk, szegényírónk. Egy csomó stíles dolog. Egyébként tényleg ezek prémium minőségű termékek. Így van. Plusz a kis ajándékcsomag, csak Katalinnak mondom, aki hát ugye bögre fetisiszta, hogy bögrét nem tettünk az ajándékcsomagba, jó? Katikán, nem igazán. Jönnél? Miért nem? Majd utoljára. Honnan tudod, hogy lesz utolsó? Valakinek lehet, hogy kinyitja, és akkor utána itt te van. Még rápróbálsz. Ja, hogy nálad van. Van. Most ment el mellettünk egyébként a vikinges hajó. Köszönjük a hullámokat. Igen. Igen. Timinek külön jól esik. Óriási lesz. Oké. Akkor Éva, gyere, nyomj egyet, jó? Most már tényleg valakinek legyen meg. Na. Igen. Éva, te azt mondja, hogy az Eger, ugye? Igen. Aha. Bocsánat, csak hullámzik a hajó, megjöttek a hullámok. Megtorpedoztak minket. Igen. Autó van, nincs, jobb lenne egy új. Kigyulladt sajnos, úgyhogy nagyon szeretnék. Te voltál az, aki elmondta, hogy tönkrement az igen. autó. Igen, igen. De mi történt? Na mondjad, apa, mit csináltál? Ott a kisgyermek. Hogy gyulladt ki? Hát munka után elmentem a feleségemért és a lányomért, és hát amikor megálltam, akkor dőlt be a füst az autóba. Ettől jobb már csak az volt, amikor a motorháztető alól jöttek a lángok. De mákomra épp egy srác mosta a kis autóját, és megismerkedés jelül elvettem tőle a tömlőt. Úgyhogy végig is sikerült megfékezni a tüzet, csak hát későn. Hát ez egy szomorú történet. Milyen jó lenne, ha nyílna, nem? Gyermek hát is igen. van, pici gyermek, leégett autó, hát ez gyönyörű lenne. Nyomjál akkor egyet, jó, drukkolunk egyébként, mint ahogy mindenkinek. Nyomod? Nyomom. Nem nyílik. Tényleg kezdek izgulni. Elem szponzorunk van. Biztos ez az autó. Biztos ez a kulcs. Jó autót tettünk. Biztos ezek a játékosok. Éva, sajnos, pedig te is tökre megérne. Nagyon sajnáljuk. Sajnáljuk. Katalin ja. viszont a levegőbe csapott, hogy akkor végig hát, csak. Hát egyre tulajdonképpen így van. Hát egyre bejebb vagyunk. Fogyan egyre nagyobb kulcsom. Az esély. Így van. Hány kulcsunk van még? Azt mondja, kettő. Már igen. csak összesen. Kata akarnak-e cserélni? Igen. Akartok-e cserélni? Tessék? Nem. Herjet, akarsz-e cserélni? Nem cserél. Nem akarsz. Akkor te meg már hiába kérdezem, nem is tudnál, mert igen. hogyha Herjet nem akarsz. Hát egyébként izomzat alapján simán tud cserélni, ő szerintem erőből. Hát ott itt! Igen. Oké, Henny, gyertek ti. Ő ugye veletek. Ugye? Mi a neve? Hogy hívják? Erik. Hello, Erik, ciao. Szia. Gyerekek, Erik nagyon helyes, odalépett, fotózkodtunk, nagyon-nagyon bátor kis. Hát Eriknek van tesója, vagy Erik egyedül van? Nincsen, egyedül van. Nincsen, egyedül van. Akartok egyet, mert tudunk adni mind a két családból, aha, ha sokan lennék. Tele vagyunk gyerekkel. Nem, köszönjük, Erik. Herjett a veletek, hol találkoztunk? Kaposváron találkoztunk. Te voltál az, aki kirohantál a közeli üzletből, mert éppen melóban voltál. Igen. Na mit szólsz az autóhoz, kisember, milyen? Jó. Nekem menő? Menő? Igen. Már azon gondolkozol, hogy majd ha esetleg megnyeritek, akkor vezetnéd, nem? Igen. Apa engedi, hogy vezessél? Nem. Látszik, hogy mennyit edződtem egyébként a kicsi óriásokban a gyerekeken, csak eldöntendő kérdéseket tettem föl, érezted? Tehát, hogy semmi, hogy csak igen és nem. Nem az a baj, Balázs, hogy gyerek azon gondolkodik, hogy fogják visszaragasztani a tükröt, amint te támaszkodsz. Ja, bocsánat, jó, én mindig kicsit rátámaszkodok. Oké, Henny, te mit mondtál, mivel foglalkozol? Én egy irodában dolgozom. Hát akkor gyerek is van, irodai dolgozó, vagy egy gyönyörű szép új autó, itt is jó lenne, nem? Hát jó lenne. Izgulsz? Most már igen. Most már elkezdtél izgulni. Eddig még nem, de most már. Jól van, te hogy vagy? Jól. Jól van, ez a beszéd, oké. Na, hát akkor nyomjatok egyet valakinek, most hát tényleg nyissa ki, jó? Hát mindösszesen kettő három kulcs szám, van már kettő darab szám. Kulcs van. Melyiket kell nyomni? Jó a kérdés. A nyitót. Van a egy nyitót. Olyan, ami be van csukva lakat, meg egy kinyitod. Nézd meg a kolléga úr. Szólunk, amikor nyomhatod, fordítsd oda te is a kulcsot, és nyom meg, nézzük, hogy villan-e. És kinyílt az autó! Kinyílt az autó! Gratulálunk! Helynek, kinyílt az autó! A gyerek kisebben, nézd meg először te! Jó nyomás? Na milyen? Jól néz ki! Mi gyerünk, pattanj be az autóba! Hogy vagy, Henny? Jó, ez nagyon jó, köszönöm! De helyes vagy, te még meg is hatottál, hát nyugodtan csücsenj be! Meghatottál, pici? Meg. Nem számítottál rá? Nem, de helyes vagy. Na hát akkor tessék megnézni, tessék jomás. Beülni. Csak mondom, a gyerek már átvette a hatalmat. Tehát, hogy jogsi van, ennyi. Fiatal ember! Balázs, hashtag emberség közben, aki nem nyert, ugye ő ott sír éppen a párjánál, azt... Ó, édesem, nem, elsírtad magad, de helyes vagy. Nem ér sírni, hát
ez csak egy lehetőség mindenkinek, ezt szoktuk mondani. Te is nagyon szeretted volna az autót? Igazából amiatt az első SMS-t elküldtem, az volt, hogy csak azt fotogott, hogy hármas, soha nem szerettem a hármas, nem is volt semmi közöm hozzá, és elküldtem az első SMS-t, és csak az volt, hogy hármas kell választani, és kihúzták a hármas. Tehát te már tudtad, hogy azt kellett volna választani. De felajánlottuk, hogy cseréljen. De nem cserélt volna úgy. Nem. Igen. Azért ne verd meg. Jó, de akkor legyen az, hogy legyen egy pozitív kicsengése irány. Az első kaszinót tedd fel a hármasra mindeneteket. És... Tibinél jobban senki sem oldja a feszültséget. Igen. Figyeljetek, hát ez egy játék. Jó, fel a fejjel. Mi mindenkinek örültünk volna. Mindenkinek örültünk volna, ha nyer. Na. Na, hogy néz ki belülről? Mondjad. Jól, tovább. Jó van, neked sem egy jobban, Feri, látod. Igen, nem tudunk belőle bőve megviszedni. Igen. Hol vágatod a hajadat? Oké, na. Nem jó, ma vágta neki. Használjátok egészséggel, jó? Ezt nagyon gyönyörű szépen, kis köszönjük. Eskola szerintünk jó helyre megy, ahol gyerek van. Én azt gondolom, köszönjük, hogy mindig jó helyre megy, bárki megérdemelte volna, de szerintem nektek is azért így viszonylag nehezen jött volna össze egy új autóra, úgyhogy az biztos, hogy beszélgettünk erről, úgyhogy használjátok sok egészséggel, örüljetek neki, és reméljük, hogy sikerült örömet szerezni. Szépen köszönöm. Gyönyörű kis Eskola. Ma még azért ezzel nem tudok elmenni, van egy kis adminisztratív munka, de nem sokára. Nem sokára. Itt legalább egy kiskört menjenek itt a hajóban. Fullgázzal szeretném, hogy előre elindulnátok, és azonnal egy beegyen csukafejessel a Dunában. Nem, igen. Nem szeretném rögtön összetörni, úgyhogy... Jól van. Gratulálunk, nagyon helyesek vagytok. Örülünk nektek, tényleg. Köszönjük szépen mindannyiatoknak. Hány nem fogadott hívásod volt már? Ja, nem. Nem is nézted, jól van, párod is biztos hív, meg a kollégák, és gratulálunk, használjátok egészséggel. Ügyesek vagytok, igen. Hát az ember picit szomorú nyilván, de hát fájdalomdíjat minden játékosnak fel tudunk ajánlani. Nagyon szépen köszönjük, mi mindenkinek ugyanúgy örültünk volna, mert mindenki nagyon szimpatikus volt, és mindenki megérdemelte volna a nyereményt, de hát sajnos csak egy ember viheti az az autót. Gyerekek, ez jó helyre megyünk, mert hogy közben már ilyen betonfalakat látok. Jó. Megyünk. Én már nem látok semmit, mert minden összefolyik előtte. Megyünk visszafelé, csak mondjuk, hogy hol vagyunk. A Petőfi híd alatt leszünk egyébként nem sokára. Megyünk újra északi irányba, tehát Petőfi, Szabadság, itt remélem jól mondom, itt tanították. Megyünk újra arra felé, ha akartok mi bennünket látni. 3:10 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello, drága hallgatók itt a hajón, mindenki, aki néz bennünket, integet nekünk, kapjuk az SMS-eket, hogy hidakon álltok, a rakparton üldögéltek, integettek nekünk, köszönjük szépen, nagyon helyesek vagytok, ott egy srác éppen a Szabadsági mellett a budai, illetve a pesti oldalon kamerával vesz bennünket, ja nem minket, ő csak egy turista, ne integes János. Így van. De János nagyon lelkesen kiintegedett. Ebben a hillandban megyünk át pillanatban a Szabadsághíd alatt. Érdekes egyébként felnézni, mert így az ember azért ritkán látja ilyen perspektívából a hidakat. Fölöttünk éppen ugye megy a forgalom, és megyünk az Erzsébet híd felé. Valahol, a minden igaz, akkor ezen a háztetőn forgatták a Linda című sorozatnak a fő címét. Pontosan így van, csak szerintem... Egy kicsit még lehet, hogy feljebb. Igen. Egyébként ott ugrált a Linda. Biztos, hogy a pesti oldalon. A pesti oldalon forgatták, így van. Na, meg is van egyébként a következő munkát, hogyha nem lesz esetleg rádió. Mire gondolsz? Idegenvezető. Idegenvezető a Dunán. Szerintem működne. Nagyon szép dolgokat tudnék mondani egyébként. Nagyon sokan írták, hogy nagyon tetszett nekik a Neoton blokk, és főleg az a fajta őszinteség, amikor ahhoz a részhez értek, hogy érintsd meg a testemet, és senki nem akart azt mondani, hogy érintsd meg a testemet, mivel mindig azt mondja, hogy érintsd meg a Jézus, a lelkemet! Főleg, hogy mi a rádió hangra énekeltünk, ami egy másodpercet csúszott, tehát nagyon élvezhető volt a hallgatóknak. Az akteleki cseppkőparlamban énekeltünk volna össze-vissza, de egyébként nem azért nem énekeltek akkor, hanem akkor ugye elkezdtek jönni, tapogatni, tehát akkor élvezték a testemet. Igen, szeretjük ezt a nótát, bár nem fogjuk szívesen meghallgatni november 18-án. Igen. Figyeljetek ide, van-e hármasugrás játékosunk? Van-e? Van. De nem, már megvan szerintem, úgy értem, hogy itt van ez a kérdés. Yeah. Jó, akkor már is hármasugrás, játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hogy hívnak? Szia! Sziasztok, Anna vagyok. Szia. Hello, Anna, jó reggelt. Anna, te mióta álltál a sorban, vagy mikor álltál, hogy bejussál a hajóra? Hát én 3:30-kor keltem, és 4:15-re értem ide. És akkor már voltak bőven a sorban? A 23-as voltam. Azt a mindenség. Egy kis orszámokat osztottunk, csak hogy mindenki beférjen. Jól van, milyen itt? Jó. Jó? Jó. Örültél? Nagyon. Nem számítottam rá, hogy fel tudok szállni a hajóra. A legtöbb ember azért, hál' Isten, vagy motorcsónakozik, vagy itt van velünk, tehát szerintem rossz élménnyel senki nem megy. Senki nem megy haza. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Kifejezetten könnyű. Most ugye a héten az van, hogy kitelepülés alkalmából azért nem elsősorban az a lényeg, hogy válaszolni tudjanak a kérdésekre, hallgatok. Így is, úgy is megkapják az ajándékcsomagot, de szerintem csinálj belőle presztízs kérdést, és igenis menjél végig mind a három kérdésen.
Ez a beszéd. Ja. Így szól az első, figyelj, melyik zenekar egyik számát dolgozta fel Michael és Curtis a Supersonal című dalban? Tehát mi is játsszuk. Mármint itt a reggel. A Depeche Mode. Így van, Depeche Mode, így van, jól van. Vadi útonról van szó. Így van. Oké, okay, azt mondja, hogy melyik detektív regény hőst alakította a filmvászon Robert Downey Jr. Detektív hős regény, több része is volt, azt hiszem, egyet sem láttam. Sherlock Holmes. Ajde, jó, teljesen egyedül, teljesen egyedül. Nem úgy volt a közönség. Közönség nélkül. Itt a hajón alul vagyunk egy olyan 150-en körülbelül egyöltözően üvöltött mindenki. És szerintem még föntről is lekiabáltak. Jó, utolsó kérdés, azt mi Bulgária hivatalos fizető eszköze? Mivel fizetnek Bulgáriában? Levával. És hogy mondja, figyelj, és mit a legegyetem Levával. Tehát hogy eljátszotta az elgondolkodás, majd a bűntudatot is, hogy... Igen, és te nagyon maga biztosan. Leva, igen, leva. És egy picit le is nézve minket. Ilyen kérdés, gyerekek, szedjétek már össze magatokat. Jó, van, neked is van egy ajándékcsomagod, jó? Köszönöm szépen. Gratulálunk. Nagyon szívesen. Ciao, ciao. Köszönöm. Bögre van benne, ne bántsátok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, gyerekek, itt bent ugye mindenki jól érzi magát, imádtok velünk hajózni, fönt 70 ember néma csöndben várja, hogy leszálláson, annyira hideg van, nem csak túlzunk nyilván, mert hogy két szintes a hajó, és a fönti hallgatóinktól se feledkezzünk meg, úgyhogy Feri gyorsan elindult még egy röpke pár interjú erejéig, hogy megszólaltassa, megszólaltassa a fent áldogáló, üldögélő hallgatóinkat. És közben nagyon aranyos képet lehet látni kint, mert ugye itt vannak a stábtagjaink is, például Anna és Juli is, akik ugye általában négy fal között végzik a munkájukat, és most egymást szelfizgetik, meg fotozgatják kint a hajónak az orrát. Rában. Igen, mint két gyerek egyébként konkrétan. Nagyon igen. Elestél, Feri, vagy mi történt? Nem, meg vagyok, csak ja? Itt közben hang... Hát megfogyatkoztunk itt, itt fölül. Hát itt van, mindenki itt van lent. Ez igen. Mondjuk igaz, itt van ugye a boldog párunk az eljegyzés után, itt van az a párunk, aki végig mind az öt állomáson hát velünk volt. Ti kaptatok valami ajándékot? Pokrócot kaptunk meg, nyakba akartunk. De azt nem viheted haza a pokrócot? Ne, az ma. Mi is szeretnénk poharat. Poharat, van lent üvegpohár a hajón. Itt nagyon sok pohár van. Balázs pohárját szeret. Törjétek fel itt hátul a bárszekrényt, abban egy csomó pohár van egyébként. Odaadtad már a bögrédet, Balázs? Ma reggel valakinek? Hát, teljesen őszinte akarok lenni, akkor szerintem megy a hat embernek. Ja, jó. Az egyszer bögréd. Körülbelül eddig egy a hat ígéretem, hogy persze megkapod, hogy ne kapnád meg, viccelsz, ne viccelj, persze, hogy te kapod. Persze, ez már el kellett egész biztos. Itt van rajta, hogy Alexnek, öcsémnek sok szeretettel. És egyedül és tetszik lenni. Itt a barátnőm is. Itt van. Mellettem. Jaj, de szerény. Hello, barátnő. Te nem voltál itt az előbb, merre? Mosdóban. Jaj, jó, nem érdekes. Ennyire mélyen nem akartottunk szállni. Engem viszont most kezdett el érdekelni. Milyen a kilátás, hogy érzi magad? Mesélnek egy kicsit, hogy hogy tetszik nekik a hajóút. Nagyon tetszik, nagyon szép minden. Köszönjük, Balázs, az érdekes infókat. Nem. Ajta Linda nézd sorozatra gondoltunk. Nagyon szívesen, nagyon szívesen. Valamire még kíváncsi vagy, hogy mit hol forgattak? Nem. Köszönöm. Pont nem tudnék mondani mást, úgyhogy abszolút ezzel az egyik fogal. Igen. Hála Istennek. Hála Istennek. Ti mikor érkeztetek? Ti a kibeszállós csapat vagytok, vagy pedig már reggel óta itt vagytok? Én a közérző vagyok. Nem fértünk föl először. És utána ott álltatok, hogy hátha? Igen, kávéztunk egyet, és akkor utána. Ja, mert tudtátok, hogy visszajövünk, és akkor nem álltatok ki a sorból. Igen. És gondoltátok, hogy majd, ha leszállnak, akkor lesz felszálló. Igen, és gyorsan hoztam egy kávét, megkávéztunk, és aztán felszálltunk profit a második körre. De hogy milyen helyesek a mi hallgatóink, hogy tényleg van, aki azt mondja, hogy oké, itt voltam, jöjjön más, és ugyan nem akart leszállni, de aztán levitettük őket. De ebben a pillanatban, akkor... azért, ebben a pillanatban az a srác, aki twisterezett tegnap délután óta, most azért magába harapott, nem? Lehet ezt így is. Igen. Igen. Egyébként tényleg ő este fél nyolckor beült ide, más megint megérkezett 7 órára, és felszállt. Ugye, jó, mondjuk egy hűtővel vigasztalódott. Igen, ő kapott egy hűtőt. Jól van, oké, szóval akkor mindenki jól érzi fent is magát, Ferenc, jól szerintem van. Igen, egyébként itt végig lehetett az eseményeket követni, mert van egy nagy tévénk, és a lenti képet azt ide fölnyomjuk, úgyhogy aki itt ült végig, az sem maradt le semmiről, csak úgy, mint egy kisméretű, egyébként zokniba bújtatott kutyus, akinek a gazd, esküszöm, hogy egy ilyen zöld-fekete csíkos zokni van ezen a szegény állaton, nem fáztatok, gazdi? Egy kicsit fáztunk reggel. Látom, és a gazda annyira szolidál a kutyával, hogy az ő két kezén is egy-egy zokni van, ez apádé volt, gondolom. Nem igaz, ez kesztyű. Ja, de tök úgy néz ki, jól van. Kutya élvezte az adást, ő is szerelmes Balázsba. Milyen kutya van a hajó? Kutyát lehet felhozni a hajóra? Jolinak hívják, és ő egy csivava.
Kis pindurka. Ja. De és ajtó... nagyon élvezte, jó, egy kicsit bealudt időközben. A csivava az a típus, jöttünk, aminek egy ajtócsukás is elég, és kilerje a lelkét. Nem véletlenül. Tehát konkrétan igen, nekem volt egy ismerős, amikor oda csukta a csivaját, és vége volt a kutyának. A keresztúzat meg kiszippantja. Kutya eldőlt bal, és soha többet nem állt fel. Oda csukták. Hát konkrétan, tényleg. Egy ajtócsukásra kivégzett. Ez nagyon vidám történet, és most reklám. Igen. Igen, igen. Úgy hívták a csivaját, hogy Muki. Ez volt a kutya nemet, gondolt. De szép. Hol van Muki? Igen, vertek megint egyet. Na jól van, oké, hát nagyon drágák vagytok akkor ti ott fönt egyébként, akik most már élvezitek a napsütést, a városnézést, mert hogy itt bent egyébként ez kevésbé élvezhető, akik fönt vannak, ők az igazi utazók és városnézők, mert a gyönyörű napsütésbe lehet hajózni. Hogy hol vagyunk most, ez egy jó kérdés, a Vigadónál tartunk, egyébként megyünk a Lánchíd felé, tökéletes időzítése, komolyan a mi kapitányunk, a legjobb kapitány, annyira pontosan 10:00-kor dokkolja a hajót a Batthyányin, hogy ez valami elképesztő. Uh-huh. Elképesztő. Nem profi. Ehhez képest csak néztem, hogy a német nyugdíjasoknak a hajója fel alá kavarít össze-vissza. Most vagy részeg a kapitány, vagy elkeverték valahol itt a térképeket. Mert itt fölle skeráznak már azzal a hatalmas lehet, hajóval. Lehet, hogy csak várost néznek. Igen, vagy pedig 100 eurósokkal mondják meg, hogy merre meg. Itt elnézték. Gyorsan még egy-két SMS-re, aztán szépen lassan elköszönünk. Nagyon szeretem azokat a hallgatókat, de tényleg imádom őket, akik még mindig küldik, hogy Suzuki. Tehát biztos, ez a fajta elszántság, elhivatottság, gyerekek, ez egyszerűen elképesztő. Balázs. Tehát most elküldeni már, mikor átadtuk az autót, a Suzuki. Adjé, azt, hogy még tegyünk egy próbát, hát ha gyerünk, Suzuki. A mondás tartja, a remény hal meg utoljára. Jönnek folyamatosan még mindig a Suzuki SMS-ek. Hát bárcsak nektek is tudnánk adni, megérdemelnétek, de tényleg nagyon helyesek vagytok. Nem a remény ser hal meg utoljára. Ő lesz az utolsó. Mondom, 9:51, 7:44-es a telefonszáma vége, Suzuki. Csodálatos. nagyon szeretem. Na, egy pici közlekedési hír, csak hogy segítsünk azoknak, akik úton vannak. Feri, vigyázz, beneverd a fejed a hídpillérben. Köszönöm szépen, ha lejöttem, lehúztam magam. Húzd le a fejed, nehogy baj legyen. Pesti alsó rakparton áll a forgalom, ez interaktív közlekedés jelentés, mert hogy látjuk, viszont észak irányba a pesti oldalon kiváló lehet haladni, a budai alsó rakpart pedig mindkét irányba nagyon jól megy. Hungária körúton van egy balesetünk, írják a hallgatók, illetve az M6-os 42-es kilométerénél pedig fotóznak. Ha jó neveket már nem merek bemondani, mert nem tudom, hogy melyik a Viking Yacht Klubé. Ez egész más élmény, mint nálunk egy állóhajó egyébként. Balázs egyszer elvitt engem hajózni, egy egész családot. Konkrétan 10 perc után lerobbant a hajó, és onnantól kezdve 50 percig segítséget kiáltoztunk a Duna közepén. Konkrétan én is csak vendég voltam, mentünk egy társasággal, nem most nem mondom, ki volt a hajó vezetője, egy volt minket, hogy menjünk, igen. És a Tivel egymást néztünk, ez nagyon jó. Itt nagyjából itt már a vízirendészek szedtek ki bennünket. 10 percig mentünk, majd 50 percig sodródtunk, mint egy úszadékfa. Igen, úgy volt, hogy fölvisznek minket Szentendrére. Ja, talán itt kötöttünk ki a Petőfídnál, és a fürdőgatyában törőközővel sétáltunk a hév megállóhoz. Hogy onnan el tudjunk jutni, vagy egy autót, vagy egy taxiót. Egy nagyon jól sikerült hajózás volt. Egyébként meg hűtőtáska volt a kezemben, mert arra készültünk, hogy bennünket felvisznek Szentendrére. Sörök mentünk a hűtőtáskával, törölközővel, papucsban, sortban. Mondtam, hogy Tibi, azt hittem a hajózás ennél izgalmasabb. Igen, majd kompenzálásképpen megpróbáltak elvinni minket jetskizni, ami alattam nem indult el, úgy mondtam, utána elolvasom a horoszkópomat aznapra. Igen, a hajó tulajdonosát valahol Mohácsnál szedték ki füstölő hajóval. Tehát jól sikerült a dolog. Na, gyerekek, elköszönünk szépen lassan. Így van. És elmondjuk a hivatalos dolgokat, mert hogy ezen az oldalon vannak. Így van. Uh-huh. Szóval, hogy ez a kitelepülés nyilván nem jöhetett volna létre, ha nincsenek nekünk drága szponzoraink. A Mizónak köszönjük, a Csajoknak is, a Tehénnek és mindenkinek, aki itt volt. Köszönjük. A Suzuki-nak, akik adták ezt a gyönyörű autót, remélem, hogy a Suzuki-t nem nyert játékosaink már azért jobb állapotban vannak, és egy picit megnyugodtak. Ami drága Stílünknek is, akik mindenki településén itt vannak velünk, és mindent szállítanak. Szinte már állandó partnerek tekinthetők a kitelepüléseken, nagyon hálásak vagyunk van nekik is. A Waltonnak, hogy engem nem vert agyon senki. Hát köszönjük szépen. Igény az lett volna rá, de hál' Istenettől megóvtak minket. Event Audio, Human Telex, nekik is nagyon köszönjük. Nagyon sok mindent tettek bele, drágák. Hát egy nagy tapsot nyugodtan. Waldorf Catering, egyáltalán nem veszem magamra, hogy egy falatot se ettem, nem baj, nekik is köszönjük szépen. A Silver Line-nak és a Viking Yacht Clubnak is köszönjük szépen, mert hogy azért ebbe sok mindenki sok mindent beletett természetesen. És nagyon köszönjük szépen a Kassa Music Groupnak a rögtönzött fellép. Így van. Na, van és mit, akkor... Van és akkor köszönjük szépen mindenkinek, ami drága kiváló stábunknak, gyerekek, akik elképesztő, hogy mennyi mindent dolgoznak, hogy egy-egy ilyen kitelepülés összejöjjön, a kiváló és hihetetlen szélszeseinktől elkezdve, akik itt képviseltették magukat, a promóciós lányainkon keresztül, akik a másik oldalon képviseltették magukat. Nagy napsot kérünk neki!
a rádiónak, mert hogy elképesztően brutálisan jó csapat vagytok, tényleg, és hát ha ti nem létek, mi se tudnánk sehova menni egyébként, mert ezt összehozni, megszervezni kell, hogy ugye mi olyanok vagyunk, mint egy vízilabda csapat, akik fönt a vízfelszínén úsznak, de belülről meg az egész rádió tart bennünket, illetve víz alól, és emel bennünket fölfelé, úgyhogy... Hát alul ugye összeudosnak, ugye, meg lehúzzák egymást, igen. De a víz fölött minden szép. Igen, de tényleg nektek is, mint minden roadshow végén most is megköszönjük, mert mindenki kiváló munkát végzett, és utaztok velünk, jöttök, és hát baromi sok energia van benne. És köszönjük szépen Polgár Petinek, hogy keveset mosolyog. Igen. Tibi is itt volt velünk. Tibi, köszönjük szépen, Peti! Köszönjük szépen! Én köszönöm szépen a meghívást. A Hunanyár és a Hunadal szerzője, Polgár Péter! Nagy üdvözlet mindenkinek! Peti, de drága vagy! És aki nem jött el, Fekete Pákó! Itt van! De itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok! Gyerekek, ő megmondom, hogy egy GPS-el a kezében valahol Romániában kóványok. Hogy hol vagyok, hol vagyok? Kálosvár, Kálosvár, Nagyvárat kell. Így van, itt voltam is, tábunk is, hol vagytok? Laci, Viki, Juli, Anna, mindenki, puszi nektek, és köszönjük szépen! Szegény Zsülci, ő azért keveri az adás bentről, de igazából nem vette volna észre, ha kihozzuk, mert neki mindig minden egyforma, úgyhogy ez nem tud volna fel neki, hogy máshol van. Zsült, és tömök magának egy tapsot. Igen. Marad el a puszi Zsül, hétfőn bevegyek, és megnyalom az arcodat. Így van. És drága hallgatók, nektek is köszönjük szépen, hogy itt voltatok, átadjuk a terepet Csabinak. Feriké, van recepted egyébként neked? Nincs. Képzeld, de hazamentem tegnap. Jó, ez most megvan engedve. Ezt szerintem most eszembe nem jutott. Csináljátok sajtos tésztát. Tök jó. A Kaszatibinél van egy csomó recept a Facebookján, de mielőtt azt lájkoljátok a Balázsét is. Jó, erre majd rámegyünk. A Balázs oldalára rámegyünk. Tehát az a lényeg, hogy egy szívet kell, hogy beleborotváljon a mellszőrzetébe, hogyha megvan a 150 ezer. Atya Isten, gyerekek. És egy csücsörítő selfie a tükörből. Nem, 140, az azt hiszem 150-nél van. Igen, 140. Nem, akkor széthúzott falpofákkal kell végszaladod. Igen, egy születésnapi ilyen lángoló gyertyával, ami szikránk. 140-nél csücsörítő selfie, 150-nél borotva. Csabikám, itt vagy még? Vagy már? Én már itt vagyok. Csabi, neked is köszönjük. Hello, Budapest. Egyszerűen ott álltam én is reggel 6-kor, nem fértem fel a hajóra, úgyhogy inkább bejöttem ide dolgozni. De így legalább, élőben hallhattam, ahogy Kassa Tibi énekli a Neotondalt 2 másodperccel később, mint ahogy az a rádióba került. Tehát, olyan élmény volt, ami utánozhatatlan, leírhatatlan és egyszerű, és köszönöm szépen. Éppen. Igen, ezt ugye elmondtuk, hogy mi a visszajövőre énekelt. Igen, a Tibi, igen. Az ugye, hát nyilván ilyen. Ezúton szeretném megköszönni neked, Balázs. A jó tippet. Kösz. Jó, de énekelj, szokás a közönséget. Oké, Csabikám, milyen zenéid lesznek? Hozom nektek Álvaro Solert, egy spanyol, egy katalán srácot, csak hogy jó kedvel induljatok el hazafele. Egy igazi jó kis spanyol kasztanyettás dalt hozok nektek, jó? Szeretjük Álvaro Solé. Nagyon jó. Ne, ennek jó tempója lesz hazafele, jó? Klassz lesz, imádni fogjátok. Nagyon szépen köszönjük. Csabi, jössz az állatok világnapjára? Persze, mindig ott vagyok. Noé. Ott vagyok veled mindig. Szia. Ciao. Jöttél mentek meg ilyen világnapra? Így van egészen pontosan. Most a hétvégén lesz megint egy nagyon kellemes kis Noé állatotthonos rendezvény, és arra mindenképpen ott szeretnénk majd megjelenni családostul. És a Csabi családtag, úgyhogy megy ő is. Így van, hozd el a feleségedet, a két gyereket, ők nagyon szépek, te meg menj, ahova akarsz. Kutyát lehet vinni? Szerintem mindent lehet. Gyerekek, és egy nagy taps a hajó kapitányának, aki 9 óra 58-kor és 2 perce 10 óra dokkol a Batthyány téren. Komolyan mondom, tapsolj meg őt is, és a hajó... Nagyon szépen köszönjük. Most integetnek, hogy a kapitány most ért ide egy matróz Viterbiga volt. Igen. A hajó egész személyzetének kiváló munkát. Nagyon jók vagytok, nagyon profik vagytok. Köszönjük szépen. Jó van, Csabi, jön a kívánságműsorra, a puszi nektek, mindenkinek szép hétvégét kívánunk. Köszönjük szépen nektek is, hogy ennyien eljöttetek. Hétfőn 6 órakor találkozunk. Szevasztok, puszi! Ciao. Köszönjük. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.